5. 64. Július 13. Róma Gelál valódi formájában mutatkozott meg az éjszaka nagyasszonya előtt. Dühösen csapkodott karmos izületekből tagolt bőrszárnyával, nagyságú, vérvörös szemében a gyűlölet tüze égett, ahogy körbekerinte a fekete palliumos alakot, aki emberi alakot öltve alig ért a csípőjéig, ám hatalma nagyobb volt mindenkinél. Lilith palotája hemzsegett a démonoktól, akik nyáladzó pofával állták körül a pandemónium királynőjét és lesték minden szemrebbenését. Gelál csak azért nem vetette rá magát a nődémonra, mert félt ezekről a primitív hüllőagyú torszüleményektől, akik egytől egyik Lilith gyermekei voltak és a Vörös-tenger partján születtek még az idők hajnalán, s egy pillanatig sem kegyelmeztek annak, aki karmaikba került. A sötét herceg bömbölése majd megrepesztette a palota oszlopait, de Lilitnek szemesen rebbent, s nem mutatott félelmet évezredes szeretője dühe miatt. Gelál a gyermekeit siratta, és kárhoztatta Lilitet, amiért az nem bünteti meg Palmirát, sőt határozottan megtiltotta, hogy bárki is az útjába álljon. Lám, a szíriai nőt legyőzte Petrus mágiája, s most visszatért a pandemóniumba, hogy mindenért megfizessen. Gelál az első perctől fogva tudta, hogy így lesz, sose bízott Palmirában, és a királynő most mégis gúnyosan kacag, ahelyett, hogy rettenetes bosszúja utolérni a menekülőket, ráadásul hagyja, hogy a mágusok behatoljanak a pandemóniumba. Amikor visszatért szálláshelyére, és megtalált a gyermekei holttestét, szörnyű haragra gerjedt, de Lilith megakadályozta, hogy üldözze, darabokra tépje a menekülőket. Miért? Gelál egyre idegesebb lett, hogy nem kap ki elégítő válaszokat a királynőtől. Lilit olvasott a gondolataiban. Mert hatalmas, rettenetes erő közelít. Számlálhatatlanul küldhetném ellene gyermekeimet, de a kardmágus tüze mindet elégetné, lásd! Bökött a homályos menyezetnek lét. Odafönt ég a város, saját zsírjukban sülnek a pondrók. Ti, akik körülöttem álltok, messze húzódjatok méreggőzös leletemtől, s figyelmezzétek szavam, különben parázsló szemem benneteket is eléget, ahogy őrizetlen csecsemőket, ha éjszakákként emberlak helyek közelében ólálkodom. Most beszélni fogok. Elmerültem a kardmágus kedvesének örvénylő gondolataiban, s láttam az angyalok városát, amelynek neve Los Angeles. Majd az idők végén épül fájdalomból, istentelenségből, s parázna lányainak homlokára ezt a feliratot vési az idő, dekadencia. Helena hiába védelmezte a lány tudatát, kudarcot vallott, én éppen eleget láttam, hogy vidulhassak az emberi gonoszság számtalan példájának láttán. Egy vízbe fúlt, megtölt fényű szemében nem látható annyi lemondás, ahányszor lemond majd az ember a teremtőjéről, aki évezredeken keresztül csak lelkeket fog zabálni, s agyvelő csorog az állán, mint egy idiótának a nyála. Gelál bamba pofával bámult le rá. Mit tervezel, te kígyó? Lilit sokáig hallgatott. Gelál azt hitte, hogy újfent megmakacsolja magát, s nem fedi fel tesz Gordon titkait, de a királynő nem akarta tovább feszíteni a húrt, és beszélni kezdett, hangja messzire szállt a palotában. Miután befejezte mondókáját, hosszú síri csend keletkezett. A pokol hercege lehajolt hozzá, és sokak nagy döbbenetére gyengéden megsimogatta a holló fekete hajkolonát. Őrült vagy, mint egy halandó, sutyorogta a démon. Ne feledd, hogy magukkal hozzák a láncsát, ha hibázol, el fognak pusztítani, lillake. Meg kell tennem, sóhajtotta Lilit, és földet seprő palliumját maga után húzva királynői tartásban elvonult a démon sereg előtt. Megállt, visszafordult feléjük, s kitárta a karját. A halandók hibát-hibára halmoznak, se tévedések úgy fekszenek egymáson, mint a hasított fa. Most sem lesz másképp, mert az ember nem tud különbséget tenni jó és rossz között, ettől oly emberi, ilyennek teremtetett. Az idő rothadó kigőzőgései párrálanak tesz Gordon agyában, se párafelhőben megláttam csillogni a jövőt, amelyben helyet követelek az én népemnek. Ha elbuknék, Öljétek meg őket! Gelál fejet hajtott. Nem kellett robbantaniuk. Mielőtt a hadnagy kiadta volna a parancsot, átható dübben és hallatszott, és mindannyiuk meglepetésére a gigantikus méretű bronzkapu feltárult, hogy utat nyisson az oszlop sarnokkal körített, hatalmas teremre, Amelynek közepén ott terebiesedett az a titokzatos elefánt, amit oly nagyon kerestek Rómába érkezésük után. Aulus kivételével egytől egyik sejtették, hogy mamutról van szó, a római viszont nem győzött csodálkozni, elefántnak nézte az állatot, látott már ilyet a római arénában, hitetlenkedve tapogatta, simította végig az aranyszalagokkal pántolt, repedezett agyarakat. Vörhenyes lángok lobogtak az embermagas kandaláberekben, döglesztő bűz szállongott a teremben, amely méreteit tekintve felülmúlta minden elképzelésüket. Azt sejtették, hogy a kapun túl nem mindennapi látványban lesz részük, de erre egyikük sem számított, ráadásul a legnagyobb traumát még mindig nem sikerült feldolgozniuk. Tóth őrmester halála óta a legkorszerűbb harcászati rendszerek és a Stockbauer romboló fedezete mellett nyomultak előre, de nem ütköztek ellenállásba, mint ha Lilit visszavonná az erőit, s salogatná őket egyre beljebb a pandemónium gyomrába. A kapu feltárulása is ezt a felismerést erősítette bennük, hiszen arra számítottak, hogy miután átjutnak a kapun, a pokolbéli erők fékezhetetlennek tűnő légiójával kell szembesülniük, Slám a fogadtatás szinte barátságosnak mondható. Jaktát fölötté idegesítette a dolog, ezt meg is jegyezte Holecskának, aki nem tudott épkézláb magyarázatokkal szolgálni. Folyamatosan ellenőrizte a harcászati kompjúter közvetítette adatokat, s ő legalább annyira nem értette a dolgot, mint a fejvadász. Mit gondol, hadnagy, miért nem támadnak minket? Tudakolta a jakta. Egyre lejjebb csalnak bennünket, nem az előszobában akarnak minket szájba vágni. Lét készül valamire, bár csak lenne valami elképzelésem, hogy mi lehet a taktikája. Kervin, próbáltam hívni, de nem válaszol. Mit gondolnak, tesz még életben van? lépett melléjük, Mark. Percek óta nem szólalt meg, és hamuszürke arccal haladt a csoport közepén, mint egy alvajáról. Polecska szótlanul rázogatta a fejét. Marknak majdnem meghasadt a szíve, nem hagyhatta ennyiben a dolgot, bármit szívesebben hallott volna, mint egy ilyen feltételezést. – De hát a lány... Jessica nem a lánya. ezt nem tudom elhinni. Gondolkozzon egy kicsit, Vézon, és rá fog döbbenni, hogy igazam van. Mark elkeseredés sugázó arccal nézett a hadnagyra, közel állt ahhoz a ponthoz, hogy földhöz vágja az energiafegyvert, és üvölteni kezd. Mellesleg Holecska erre számított, ezért készenlétben tartotta a pisztolyát, de az újságíró hihetetlen akarat erőről tett tanúbizonyságot, megfékezte kitörni készülő indulatait, nyugalmat erőltetett magára, s kimondta, amire gondolt, ami életben tartotta a reményét, hangja csak rekedt suttogásként hangzott, Nincs igaza hadnagy. Olecska nem kezdett el vitatkozni. Logikusan gondolkodott, és úgy vélte, hogy az ember, ha fegyvertelenül kerül le ide, akkor nem élheti túl ezt a kalandot. A lányt legalább annyira sajnálta, mint a férfit, valami azt súgta neki, hogy mind a ketten meg fognak halni, s ő nem tehet ez ellen semmit. A csapattagjai szétszóródtak, átvizsgálták az elefánttermet, és az oszlopsor fedezetében megközelítették a belső kapuhoz vezető lépcsősort. A műszerek továbbra sem jeleztek életjeleket, a terem kihaltnak tűnt. Vajon a második kapu kinyílik-e magától? Borfondírozott magában a halcászati tiszt. Jaktához hasonlóan eluralkodott rajta a feszültség, tombolt benne az adrenalin, szíve veszettől kalimpált a melkasában. Tudta Helena elbeszéléséből, hogy a második kapu után a rettegés torka mutatkozik meg előttük, s nekik le kell ereszkedniük belé, ha el akarnak jutni Lilithez. A kapu feltárult. 900 méter mély és forró, mint egy vulkán kürtője, suttogta Holecska a képernyőt tanulmányozva. Ez lesz az a központi lejárat, amiről Miss Joyner beszélt. Egyenesen elvezet a gyötrelem oszlop csarnokáig, ami egy szigetszerű képződmény a tisztátalanság taván, azon túl található a palota, ahol minden bizonyal fogva tartják teszt, ha még fogva tartják. Holecska felnézett, tekintete Markot kereste. Az újságíró a semmibe meredve ült a legalsó lépcsőfokon, arca, mint egy maszk, amire elfejtettek érzelmeket festeni, egy szem, egy orr, egy száj, de semmi más, csak a kikutathatatlan szürkeség. Haulusz mellette állt és rendületlenül ámuldozott a mamuton, nem tudott betelni a látványával. Számára a kőkori állat minden szörnyetegnél is iszonyatosabbnak tűnt. Továbbra sincsenek életjelek, fordult vissza a képernyőhöz Holecska. Az infra- és ultralátó készülékek csődöt mondanak, a mozgásdetektoraink sem mutatnak értékelhető adatot, olyan az egész, mintha egy rohadt barlangban lennénk, amit még a denevérek is elhagytak. Sajnálom, uraim, de le kell ide mennünk. A gravofixeket fogjuk használni, és nem adunk lehetőséget a támadásra. Egy energiafalat tolunk magunk előtt, és maximális sebességgel siklunk a szálon. Kérdés? Mennyi energiánk marad, ha felkapcsoljuk a falat? kérdezte Vild. Ez attól függ, hogy milyen gyorsan érünk le. És még mitől? Jakta sejtette, hogy ennyire nem lesz egyszerű a dolog, az túl szép lenne. Tapasztalata szerint sohasem a legrosszabb vagy a legjobb alternatívák szoktak bekövetkezni, hanem a legundorítóbbak. Hogy mit találunk odalent, bölcselkedett a szlovák. Az sem lehetetlen, hogy valami fészekbe potyanunk, amiben hemzsegnek ezek a dögök, minden esetre meg kell próbálnunk, más lejutási mód nem létezik. Én viszem Markot, Wildermester pedig Auluszt. Van még egy hevederünk? Aulusz volt az egyetlen közülük, aki nem a fekete gyakorlót horta, a prefektus tunikát és lacernát viselt, lábán római sarut hordott. Csak melhevedert tudok ráadni, jegyezte meg a holland, de így nem tud mozogni. Nem érdekes, úgy sincs nála energiafegyver. Az ereszkedésnél nem lesz vele gond, szerintem bolond egy kicsit, ezért nem érez félelmet, viszont az újságíró az összeomlás határán van, halkította le a hangját Holecska. Ha leérünk, hármas védelmi alakzatba állunk, a többit majd meglátjuk. Számít támadásra? kérdezte Jakta. Minden pillanatban számítok arra, hogy a nyakunkba szakad valami, amiről fogalmunk sincs, hogy micsoda, de valami assúgja, ez csak azután fog bekövetkezni, hogy találkoztunk kervinékkel, szerintem Lülit nem akarja megosztani az erőit, és várja az egyesülésünket. Olecska krákogott, és megcsapkodta a páncéljukat. Oké, uraim, kezdjük el! Jakta, maga ereszkedik le elsőnek. Nyugodtabb lennék, ha előkapna egy energiafegyvert, mert nem bízok a 20. századi fegyverekben. Én viszont igen. Holecska intett Vildnek, aki átnyújtotta a fejvadásznak Tóth őrmester protonfegyverét. Ha leértünk, maga lehet a gyúk nukem, és kibaszhat saját magával, de addig nem. Változik a stílus a hadnagy, vigyorgott jakta, Holecska fintorgott, és fölkapcsolta a sisakot. A páncél kitüremkedett a gallérnál futó modulból, és ráolvadt a fejére. Ez nem a Disneyland vasárnap délelőtt. Fogja meg azt a kurva protonvetőt, fejvadász! Jakta nem ellenkezett, és átvette az energiafegyvert. Amikor Mark meglátta, hogy előkerülnek a gravofixek, nagyot nyelt, most nem egy kiszáradt kút tátongott alatta, mégis szótanul vette tudomásul a dolgot, ezen mindenki meglepődött. Az intervenciósok olyan embernek ismerték, aki csak nagy nehézségek árán tudja kordában tartani az indulatait. Ennek ellenére úgy látszott, hogy egy megújult Markvízont készül leereszkedni a démonok világába. Jakta a vállát veregette, és jó tanácsokkal látta el, Mark farca bólogatott, és rendületelül markolta energiavetőjét, amivel a mamutot sem találta volna el tíz távolságból annyira idegesnek látszott, hiába próbálta palástolni, a profik azonnal észrevették. Csak nyugi, tromfolt a fejvadászra holecska, és felszólította Markot, hogy fordítson neki hátat. Mark engedelmeskedett, a hevedereket összekapcsolták, és a két férfi háttal egymásnak simulva elaraszolt a forróságot árasztó körtő pereméig. A hadnagynak eszeágában sem volt arra kérni Markot, hogy ne nézzen le, ezzel éppen az ellenkezőjét érné el, hiszen a férfi egy pillanat alatt pánikba eshet. Inkább csöndesen hallgatott, hagyta, hogy a partnere magától döbbenjen rá, ez tényleg nem a Kállusz domb egyik kútja. Hamarosan megtörtént. Holecska érezte, hogy az újságíró izmai megmerevednek, Teste gölcsbe rándul, lába megmakacsolja magát, és gyökeret ver a sziklában. Mark vetett egy pillantást a mélységbe, és azonnal kiesett a kemény fiú szerebből. Ha az energiavető horcia nincs keresztbe vetve a nyakán, a fegyver valószínűleg aláhul a mélybe. Csak nyugalom, ismételgette Holecska, mintha ez a készül egy olyan mágikus mantra lenne, ami képes megnyugtatni a fiatal férfit. Mark olyan erővel hunyta le a szemét, hogy vöröslő karikák kezdtek ugrálni előtte. Próbáljon szabályosan lélegezni! Amikor ereszkedünk, ne nézzen lefelé, ha minden simány megy, egy percig sem tart az egész. Miért? Mi jöhet közbe? Hallotta a tulajdon hangját Mark. Akármi! Titokzatoskodott a hadnagy, és kilépett a semmibe. Azért sem fogok üvölteni, döntötte el magában Mark, amikor alcába csapott a forróság, ami egy pillanattal később egy tűzvihar erejével perzselte a szempilláit. Mire észbe kapott, Holecska száguldani kezdett a fejvadász mögött, Vilda hátára kapcsolt Auluszal egy sóhajtásnyi idővel később követte őket, a csoport elindult lefelé. Most kinyitom a szemem, határozta el magát Mark. Összeszedte minden bátorságát és hunyorogni kezdett, ha meg kell halnia, legalább látni fogja, hogy miért. Holecska iszonyú sebességgel száguldott alig 10-15 karnyújtásnyira a parázsló faltól, amely leginkább egy függőlegesen úszó lávamezőre emlékeztette az újságírót. Később nem tudta felidézni magában ezeket a pillanatokat, sőt arra sem emlékezett, hogy fogadkozásával ellentétben üvöltötte a rémülettől. A kürtőben óriási volt a hőség, de a száguldás szele valamelyes csökkentette a forróságot és elviselhetővé tette a légzést. Különös módon Marknak egy másik gyermekkori élménye jutott eszébe. Egyszer megfázott, és a nagyanyja, akit Dallas egyik legsikeresebb természetgyógyászának tartottak, egy ősrégi módszer segítségével próbálta kikúrálni, fenyő eukaliptusz főzetet készített, és arra kényszerítette a kilenc éves Markot, hogy hajoljon fölé, és a fejére borított törülköző alatt lélegezze be a gyógyító gőzöket. A kürtőben történő száguldás erre az inhalálásra emlékeztette a férfit, csupán a fenyőszagot hiányolta, de a szeme ugyanúgy könnyezett, és nehezére esett a légzés. Holecska a kompjúter segítségével már láthatta a célt, mert csökkent az ereszkedés irama, és Mark nagy meglepetésére a falak távolodni kezdtek egymástól, ahogy a rettegés kürtője egy terem mennyezetévé tágult. Térdigérő mocsokba, egy gigantikus méretű latrinak ellős közepébe érkeztek, amerre a szem ellátott, mindenütt oszlopok meredtek a sziklaboltozatos mennyezetnek, a bűzgyomor fordítóan elviselhetetlennek tűnt. Mark öklendezni kezdett, Holecska gyorsan lekapcsolta magáról a férfit. Megérkezett Wild és Aulus. Ez a gyötrelemoszlop csarnoka, a legenda igaz, tűnjünk el a kürtő alól, harsogta a hadnagy, és a szennyvizet fröcskölve maga körül sebesen elindult egy irányba. Maga sem tudta merre. Mark visszanézett a kürtőbe, s nyomban megértette, mitől rémült meg a hadnagy. Jesszusom! mint egy hatalmas kéményben meghúzódó, felriasztott denevércsapat, a fejük felett úgy kerengtek a bőr szárnyú lények. Amíg lefelé ereszkedtek, egyikük sem mutatkozott, de most számlálhatatlanul özönlöttek elő a rettegés kürtője falában tántongó barlangnyílásokból. Fület bántó rikoltozásuk belehasított a csendbe, parázsló szemeik, mint milliárdnyi Szent János bogár a nyári rét felett. Mark meg sem kísérelte számba venni őket, első pillantásra milliónyian lehettek. Arra gondolt, hogy Lilit bezárta mögöttük egy hatalmas csapda ajtaját. Jakta felnyalábolta az egyik oszlop mentél elgyengülő, összeomlani készülő újságírót, és húzni-vonni kezdte magával. Mark kezdett magához térni, kisvártatva már nem kellett noszogatni, hogy szedje a lábát. Gyorsan távolodtak a kürtőtől. Robert Van der Wild páncélja elhalványult, és visszafolyt a modulokba. Mark még soha életében nem hallott olyan hevesen káromkodni embert, mint a hollandot. Tartalékon vagyok, hadnagy, mérgelődött a kommandós. Minden energiáját kapcsolja a mentális pajzsára, utasította Holecska. Markot kifárasztotta a futás. Térdére támaszkodva lihegett, az energiavető mázsás súlynak bizonyult a nyakában. Kőgni kezdett, összegörnyedve elbóklászott egy oszlopig, hogy megtámaszkodjon. Jaktará kiáltott, de túl későn. Mark keze valami puhába és kocsonyásba tapintott. Felüvöltött. Iszonyodva látta, hogy beletenyerelt egy rothadó hullának az oszlophoz láncolt és kukacoktól hemzsegő testébe. A hulla feje leszakadt érintésétől, és nagy toccsanással hullott Mark lába elé. Az újságíró felsikoltott, hátratántorodott, elesett. Összönszerűen emelte fel a fegyvert, és egy vagító fényű energiasorozattal szétrobbantotta az oszladozó iszonyatot. A holtest fölrobbant, és a hús szafatok beterítették holecskáikat. Mark szakadatlan tüzelt, amíg jakta ki nem rúgta kezéből a fegyvert. Mark egyszerre sírt és nevetett, elkeseredetten mutogatott a véresen lengedező láncokra, egyszerűen nem tudta elhinni a dolgot. Amikor jakta lehajolt hozzá, és megfogta a gyakorló ujjánál, úgy megijedt, hogy önkéntelen sikoly hagyta el az ajkát. – Hol a francban vagyunk? Hol a francban? – ismételgette szakadatlan az újságíró nyaktatapra állította, és megpaskolta az arcát. Hölgyeim és uraim, hatalmas világszám, itt látható Mark Wilson, a farok bőr nélküli végén, csak tessék, csak tessék. A pokolban vagyunk, Mark, vagy valami kurvára hasonló helyen. Szedje össze magát, és ne pazarolja az energiát. De, de, sos előjön hullára, ha csak nem zombi. Rögött a fejvadász. Mark a szájához kapott, gyorsan elfordult, végre kiadott magából mindent. Jakta új oldaláról mutatkozott be, amíg Mark a ringlispilként forgolódó gyomrával küzdött, átkarolta a férfit és tartotta, hogy ne bukjon előre a mocsokban. Volecska terhelten szemlélte a sisak képernyőjén futó adatokat. A páncélzata 10 percig tarthatta magát, aztán le kell kapcsolnia, ha később pajzsot akar aktivizálni. A holland már tartalékon üzemelt, és a mentális pajzson kívül nem rendelkezett más védelmi rendszerrel. Egyedül a jaktára kalibrált páncélzat tartotta magát, de ha totális támadás éri őket, és minden elhárító pajzsot a fejvadásznak kell aktivizálnia, akkor az ő rendszerére is keresztet lehet vetni, Legfeljebb fél óráig üzemel, majd automatikusan lekapcsolja magát. A hadnagy felsóhajtott, és átkapcsolt elektronikus megfigyelésre. A számítógép szerint mindenfelől tüzek lobogtak, a mozgásdetektor hallgatott sehol semmi életjel. Megpróbálkozott a rádióforgalmazással, de Kervin továbbra sem válaszolt a hívásra. Vagy nem ért még le, vagy mindannyian halottak, akik a másik útvonalon jöttek állapította meg magában. Zavarban volt, nem tudta, mit csináljon, merre vezesse az embereit. Kervinnel azt tervezték, hogy beatolnak a pandemóniumba, s minden természet fölötti lényt elpusztítanak, ami az útjukba kerül, de egyelőre nem mutatkozik az ellenség, Lilith nem támadja őket. Ezzel a cselekedetével felborította az összes létező forgatókönyvet, és arra kényszeríti őket, hogy széltalanul kóboroljanak a birodalmában. Felzabáltatja velünk az összes energiánkat, aztán minket zabálnak fel, jegyezte meg Wild. Holecska nem válaszolt. Energiatakarékosságból lekapcsolta a melpáncélzatát, és hangfegyverré alakította át a Stockbauer rombolót. Páncélkesztyűs kezével előrebökött a sötétségbe. Arra megyünk! Senki sem kérdezte meg tőle, hogy miért. Add vissza a pisztolyt, én fogom csinálni, mondta Fumacs Jól meggondoltad a dolgot, főnök? kérdezte Klippel. Természetesen nem, de mit tehetnék mást? Add vissza, és szorosan gyere mellettem. Ne, ne mondj semmit, úgysem lesz jobb ötletem. Klippel a kínai kezébe nyomta az energiafegyvert, a körülöttük álló rómaiak semmit sem vettek észre. Percek óta mindenki azzal volt elfoglalva, hogy a hírnök szerint sikerült megfékezni a tüzet, az emberek össze-vissza kiabáltak, ismeretlenek borultak egymás nyakába, és hatalmas hangzavar támadt. Lassan-lassan a pánik hangulat egy népünnepé gondtalan emelkedettségének adta át a helyét. A hír hallatára még nagyobb embertömeg árasztotta el Róma főterét, a fórumon lassan egy gombostűt sem lehetett leejteni, annyian tolongtak a nagy templom lépcsősora előtt. Az emberek Szabinuszt és a tűzoltó csapatokat éltették, sokan Nérót és a zsidókat kárhoztatták a történtekért, mások a keresztényeket tették felelőssé, a közhangulat egyik pillanatról a másikra változott, mint a tavaszi időjárás, Fumacsen úgy érezte, bármelyik pillanatban kitörhet egy tömegverekedés. Nem is lenne rossz. Megfigyelő helyükről átláttak a fórum felett, és szemmel követték, hogyan alakul a helyzet veszt a templománál. Az éjászok rezzenéstelen arccal álltak a kapuhoz vezető lépcsősor két oldalán, egy másik csoportjuk odafönt őrködött az árkádok alatt. A germánok nyilván olyan parancsot kaptak, hogy emberfia nem közelítheti meg a szüzek templomát, és a benne őrzött legtitokzatosabb erekét, a palládiumot, amiről a történészek sokáig azt hitték, hogy a trójai pallasz aténé szobor pajzsa, amit a Rómát alapító Éneász hozott magával a görögök által ostromlott városból valamikor az idők hajnalán. Egyesek azt állították, hogy egy égből hullott tárgyat kell tisztelni benne, ezt a változatot már megmosolyogta Fumac Csen, ő bezzeg tudta, mi az igazság. Nincs egy hónapja, hogy utoljára látta az időgépet, míg az időgép több mint fél ezer éve látta őt utoljára, ez az időutazás misztériuma. Mi lesz, ha a rómaiak tönkretették, és nem működik? Azzal nyugtatta magát, hogy a Svellót eleve úgy tervezte, hogy idegen ne tudjon bejutni a belsejébe. Nem lesz semmi baj, csak jussak el hozzá. Idegesen markolázta a fegyverét, újra megnézte az óráját. A germánok fapofával nézték a tömeget. Kinyílt a Veszta templom ajtaja, és a fehér ruhás szüzeket csoportja át meg a lépcsősor tetején, lehettek vagy hatan heten, a kínai nem látta pontosan ebből a távolságból. A felkelő nap lassan megvilágította az ég alját és a feket élő romokat. Imit amott parázslott még a környező dombok oldala, és átható füstköd lebegett Róma felett, de a tűzvész valóban véget ért, a városhoz kegyesek voltak az istenek egyelőre. Fumacscsán szorosan a teste mellett tartva a fegyvert elindult lefelé a lépcsőn, klippel az ajkát harabdálva haladt mögötte. A kínai átfurakodott a tömegen, senki sem figyelt fel arra, hogy milyen titokzatos tárgyat cipel a kezében. Átjutottak a fórum túloldalára. Ezen az oldalon már nem kellett lögdösödni, az emberek itt kisebb csoportokba verődve tárgyalták az éjszaka történéseit. Hirtelen meglódult a tömeg, és mindenki szaladni kezdett a Jupiter templom felé. A hangzavarból arra lehetett következtetni, hogy kísérete élén megérkezett a hősként ünnepelt Sabinus, aki sikeresen rácáfolt a hírnevére. Pár nappal ezelőtt még mindenki úgy hitte, hogy egy tutyi-mutyi, akarat gyenge bábfigura most pedig a város megmentőjeként ünnepeltette magát. Fumacs és Klippel rendületlenül haladtak előre. Megkerülték egy tucatnyi szenátor hevesen gesztikuláló, hangoskodó csoportját, a kínai kibiztosította a fegyvert. Egy anya toppant a kínai elé, kezében magasra tartotta a gyermekét, hogy legalább ő láthassa a Jupiter templom lépcsőjén felsétáló, csillogó páncélú, bíbor köpenyes hőst. Fumacs sem megkerülte őket, és kinyújtott kézzel, közvetlen közelről fejbelőtte a legelső germánt. A fegyver hangtalanul működött, de a szétrobbanó vér és agyvelő darabkák beterítették a közelben állókat. Az anya megpördült és velőtrázó sikoltozásba kezdett, ahogy meglátta a lépcsőn fekvő fejetlen hullát. A karjában tartott gyermek sokkot kapott az ijegységtől, csak ezért nem kezdett óbégatni. Csillogó szemmel nézett a vérpöttyös tógában álló kínaira, kitátotta a száját, mintha egy öklömnyi ringlót akarna bekapni, és belecsimpaszkodott a megállás nélkül sikoltozó anyja hajába. A nő hátrálni kezdett, de hiába kiáltott gyilkost, a hangos éljenzés, amivel a tömeg Szabinuszt éltette, elnyomta a hangját. Hanyat esett a gyerekkel együtt. Az egyik szenátor odafordult. A szemközt álló Germán bamba arccal merett a lépcsőre zuhanó társára. Nem értette, hogy mi történhetett. A lépcső tövében álló embernél nem látott semmilyen fegyvert, amivel sevezni lehet. Fumacsen őt is lelőtte. Valaki felordított, végre feleszméltek az íjászok. Vigyázz! kiáltotta klippel. A kínai megpördült és lézeltüzet zúdított a lépcsőn álló katonákra, akik fejveszve menekültek felfelé, ahhoz túl közelről látták a történteket, hogy ne ijedjenek meg, viszont a kapu előtt álló germánok már hátranyúltak balválluk felett a vesszőkért, és előrelépve a rémülten hátráló vesztaszüzek sorai között megfeszítették íjaikat. Ahhoz, hogy a kínai pontosan célozzon, túl nagy volt a távolság. Fumacsen újra tüzelt, és egy vesztaszűz neki vágódott a templom falának. – Fedezzék be! – kiáltotta Klippel. Átható surrogással érkeztek a veszők, és záporozni kezdtek a két időmérnök körül. Az egyik a háttérben feltápászkodó anyatorkába fúrodott, egy másik megsebesítette a legközelebb álló szenátort. Fumacs csend csodával határos módon megúzta, viszont klippelt megsebesítették a bal A férfi felövöltött, és elzuhant a lépcsősoron. Fumacs folyamatosan nyomva a tűzgombot, rendületlenül haladt felfelé. A kapu előterében minden lángba borult. A papnők sikoltozva tódultak be a kapun, többen elzuhantak a földön, és négy kézlá próbáltak odébb mászni a lángoló ruházatú hullák között. A kínai nem kegyelmezett senkinek, és mindenre lőtt, amiről úgy gondolta, hogy mozog. Önmagát biztatva üvöltözött, és szaladt, ahogy csak a lába vitte. – Menj! Menj! – kiáltotta klippel, aki hasoncsúszva próbált feljebb jutni. Fumacsen megtorpant, és visszaszaladt hozzá. – Kapaszkodj belém! – felsegítette Klippelt a lépcsőről. – Lőd szét a kaput! – hordította a fiatal időmérnök. – Lőd szét! Három germán közelített oldalról, futtában feszítették meg az íjakat. Mielőtt Fumacs nézbe kapott, hogy baj van, sikerült kilőniük a veszőket. Kettő átütötte Klippel hátát, a bronzhegyek a férfi melkasán bukkantak elő, a harmadik fumacs sem vállába furródott, és a férfi hanyat zuhant. Klippel ráborult. – Ne! – üvöltötte a kínai, és rálőtt a közeledőkre. Fénysugár robbant a lépcsősor hosszában, és egy röpke pillanatra elvakított mindenkit. A germánok üvöltve kaptak a szemükhöz, fegyvereik kihullottak a közelükből. Hatalmas detonáció hallatszott. A Vesta templom közelében állóknak beszakadt a dobhártyája, és az emberek hanyat estek a lépcsősor mentén. Fumacs csend csupán pillanatok választották el a jótékony ájulástól, amikor megragadta egy láthatatlan erő és könnyedén felemelte, vitte a Vesta szentélyének kapuja felé, ami akkor a döngéssel zárult be előttük, hogy az egész Róma beleremegett. A kapu felrobbant. A félig megvakult és megsüketült fumacsen csak annyit látott, annyit érzett, hogy amerre láthatatlan megmentője halad, ellenállhatatlanul arat a halál, s nem kegyelmes senkinek. Vessza istennő papnői lángoló palliummal a testükön eleven fákaként buktak el a törmelék között, az íjászok szétszaggatott holtestei véres torzókként hevertek a templom bejáratában sorozatok törtek elő a semmiből, és elpusztítottak minden életet. Fumacsen sikoltott és vergődött a láthatatlan karok szorításában. Hitte, hogy egy angyal ragadta magával, s most behurcolja a szentébe. Igen, 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 csak egy angyal lehet. Vagy éppen az ördög? Fumacsen elájult. Amikor felnyitotta a szemét, önkéntelen kiáltás hagyta el az ajkát. Gerald Szerrault törzsőmester hajolt az arca fölé. – Maga! Maga! – Mennyi időre van szüksége? – kérdezte Szerrault. – Fél óra! Akkor kapcsoljon rá, mert nincs sok energiám! Fumacsen feltápászkodott, s meglátta a palládiumot. – Az Elbőgte magát. Teszt szívszorongató félelem kerítette hatalmába, amikor felödlött benne a gondolat, hogy megmentője eltévedt ezen a borzalmas, minden képzeletet felülmúló helyen. Palmira szinte percenként torpant meg, teste megmerevedett, szeme izgatottan fürgészte a homályba burkolódzó, vége láthatatlan oszlopcsarnokot, lélegzetét visszatartotta, eközben úgy szorongatta tesz kezét, hogy a lánynak majd beleroppantak a csontjai. Ezek a révületek sohasem tartottak fél percnél tovább, és elmúltukkal Palmira mindig egy új irányba indult. Maga után húzta teszt, aki nem mert ellenkezni, a legkevesebb, amit tehetett, hogy maradéktalanul megbízik újdonsült barátnőjében, aki sokkal jobban ismerte ezt a helyet, mint ő, elvégre szolgálja a királynőt. Vagy csupán szolgálta őt? Tesz nem értette, mi történhetett Palmirával, a nő pálfordulása mindennél meglepő fordulatnak bizonyult. Lehet, hogy csapda? Tesz kirántotta kezét a nő szorításából, és hátralépett. Palmira hökkent arckifejezéssel nézett vissza a válla felett, nem értette a dolgot. Megfordult, a kezét a lány felé nyújtotta, de ő dacosan megrázta a fejét, és megmakacsolta magát. Egy tapottat sem megyek tovább, amíg nem tudom, hova viszel, Olvasta ki palmira tesz mérgező csoda szeméből. Nem lepődött meg, ő hasonlóan reagált volna egy ilyen helyzetben. Ne félj, mondta kedvesen a lánynak, persze tesz nem értette a latin szavakat, csak az intonációból és palmira kézmozdulataiból tudott következtetni a szavak értelmére. A szíriai nő lassan hátrálni kezdett, közben a kezével intett, hogy jöjj, köves engem. Gyere, ne félj! Hova viszel? Gyere! Nem bízok benned! Gyere! Tesz bosszankodott, hogy nem tud normálisan kommunikálni a nővel, csak abban bízott, hogy hajdani nagy ellenfele valóban más emberré lett, s most nem áldozatnak szánja valami borzasztó oltáron. Ha meg akarna ölni, már megtehette volna, amikor maga tehetetlenül feküdtem, nyugtatta magát a lány. Nyilván jóka van rá, hogy életben hagyott, s most magával csal. Mire készül? Ki akar vinni innen? De vajon mi erre, ennyire megváltozott? Mi történt ezzel a nővel? Lehet, hogy Lilith bűbájt rakott rá? Egyáltalán miért nem támadnak minket? Ez az egyszerű képtelenség, hogy ezek a természet fölötti tudattal megáldott lények nem veszik észre a szökésünket. Palmira mosolygott, és tovább integetett tesznek, aki végre elszánta magát és követte a nőt. Persze óvatos maradt, és igyekezett megtartani a két távolságot. Szerintem legyőzném, ha egymásnak ugranánk, lamentált tesz. Itt kellően nagy hely van arra, hogy mozogjak, és tudnám használni a lábamat, nem úgy, mint Pompeiben az állvány tetején. Ott majdnem elkapott a büdös dög, és kicsúszott a kezeink közül, mert Jessica eltüntette előlünk. Jessica! Tesz alig bírta kordában tartani a gondolatait, amelyek egy tajfun erejével törtek rá. Amióta magához tért ezen a pokoli helyen, most először adódott alkalma rágódni a történteken, most nyílt lehetősége analizálni, hogy mi is történt az elmúlt órák alatt. Órák. Az sem lehetetlen, hogy napok óta idelen szenvedek, a pandemóniumban talán máshogy telik az idő. Róma alatt sarkaiból fordul ki a racionális világ, a fizikai törvények a feje tetejükre állnak, és semmi sem érvényes, minden a visszájára fordul, s talán ez a magyarázata palmira különös viselkedésének. Ebből a nőből szeretett árad. Tesz önkéntelenül megrázta a fejét, Egyszerűen nem tudta elhinni, holott hit abban, s ezt magán tapasztalta, hogy az ember képes megváltozni, ehhez soha nincs túl késő, csak akaraterő -e kérdése az egész. Attól a pillanattól kezdve, hogy találkozott az angyallal, valami megfogalmazhatatlan érzés kerítette hatalmába, úgy érezte, amikor beszél, cselekszik, ölel, a tudata, mintha kívülről, mint egy külső megfigyelőként figyelni önmagát, s ez a furcsa eltávolodás, ez a megmagyarázhatatlan testen kívüliség azt eredményezte, hogy egy másik perspektívából szemlélve a körülötte zajló eseményeket megváltozott a környezetével kapcsolatos viszonya. Mark Wilson vagy Michel Morel már nem azt jelentette számára, amit pár héttel, esetleg nappal ezelőtt. Elfordult a férfitól, mert túl önzőnek, makacsnak látta, olyannak, akinek pár milliméterre a tulajdonbőrétől megszűnik a világ, valamint iszonyodni kezdett attól a gondolattól, hogy odaadja magát Michelnek. Rádöbbent arra, hogy a szexben csak a teste szerepelt aktív résztvevőként, mintha mindenért a libidója lenne felelős, holott nem pusztán kére, de érzelmekre is vágyott, s ezeket nem kapta meg az elmúlt évek alatt. Ezek a viharos ölelkezések csak látszatboldogsággal töltötték el, és ennek felismerését nagymértékben elősegítette Kervin felbukkanása. az élmény robbanásszerűnek bizonyult, életében megjelent az első férfi, aki szerelemmel szeretett és valóságos fizikai szenvedést okozott, hogy nem tudja meghódítani. Fájt a teste, amikor lépten nyomon visszautasította a közeledését, nagyon jól emlékezett arra a délutánra, amikor Pompeiben egyértelműen a tudomására hozta, hogy szeretne lefeküdni vele, s Kervin visszautasította. Csesszika? Vajon tényleg kettőnk közös gyermeke? Tesz minden porcikájával hit ebben, lelkének minden parányi rezdülése azt sugalta, hogy nem lehet, nem történhet másképp, ha titokzatos időtazó csak is az ő kislánya lehet. Ez a felismerés hihetetlen erővel töltötte el, s általa életben maradt a remény, hogy megszabadul innen. Csak is emiatt követte Palmirát, ezért bízott meg benne. Elhitette magával, hogy túléli ezt a kalandot, s ha ennek érdekében a jó isten a szíriai nőt adja mellé társul, akkor nem tehet ellene semmit, az égi hatalmak útjai kifürkészhetetlenek, csak a katedrálisé. Tesz tiszta szívből, őszintén gyűlölte William Szager borzalmas intézményét. Palmira ismételtem megtorpant, és hosszan fürkészte a gyötrelem oszopcsarnokát. Talán negyven lépésnyire előttük egy embermagas terasz emelkedett. Ebből a távolságból a lány nem láthatta teljes kiterjedésében, de úgy ítélte meg, hogy nem nagyobb egy bészból pályánál. Négy hatalmas kandaláber állt a sarkaiban, és a magasban lobogó lángok különös árnyátékot vetítettek a környező oszlopokra, amit a terasz fölött lengedező tárgyaknak lehetett köszönni. Ezek a kivehetetlen formák minden bizonyal láncokon csüngtek, mert tesz a nagy távolság ellenére is tisztán hallotta a nyikorgásukat. A látvány egy vágóhíd hűtőházára emlékeztette, ahol szabályos rendben felakasztott véres húsok lengedeznek. Attól eltekintve, hogy a pandemóniumban legalább 40 fokos, páradús hőség uralkodott, akár el is fogadhatná ezt lehetséges magyarázatnak, ezen a helyen előszeretettel fogyasztottak emberhúst, rövid itt tartózkodása alatt ennyit biztosan sikerült megállapítania. Palmira oszloptól oszlopig osonva közelebb merészkedett, a lánynak muszáj volt követni őt, ha nem akart egyedül maradni. Ha volt valami, amit biztosan nem akart, az az egyedüllét, Palmira segítsége nélkül már régen halott lenne. Előző megállapítása beigazolódott, a magasból átsüngő láncokon véres testű, megnyúzott hullák lógtak, tesz legkevesebb huszat számolt meg első pillantásra, aztán elfordította a fejét a felkavaró látványtól. Pár nappal ezelőtt még bőszen sikoltozott volna, mára eljutott addig a pontig, hogy elfordul, és nem hajlandó oda nézni. Palmira újfent megfogta a kezét, és vitte volna tovább, a lány megmakacsolta magát. Elrántotta a kezét. – Nem vagyok rá kíváncsi, érted? – toppantotta a talpával. A lepedő lecsúszott a combjáig. Felrángatta, mérgesen újra csongózta a csípőjén. Nem fogok oda fölmenni! Palmira vigyorgott, hevesen bólogatott, és integetett neki, hogy kerüljék meg a teraszt. Tesz összeszűkült szemmel nézte a fekete tunikás nőt, sejtette, hogy mit akar. Fájdalmas sóhajt hallatott. Jó, menjünk! megkerülték a pokolvágó hídját. A túloldalon bukkantak rá a tetejére vezető rövidkel lépcső sorra. Tesz elhatározta, hogy ha Palmira felmegy rajta, lesz, ami lesz, ő nyakába szedi a lábát, és elfut innen, amilyen gyorsan csak bír, mert nem hajlandó a láncon lógó tekegolyók módjára, fejjel lefelé lógó, megnyúzott hullák között sétálni. Palmira megtorpant, és a lassan lengedező véres tetemeket péregette. Miért mozognak, ha nincsen szél? Tess hasonló módon rájött, hogy valami nem stimmel. Összeszedte minden bátorságát, és odaállt Palmira mellé, együtt néztek felfelé. Valaki van odafönt, gyanakodott a lány, és kiverte a hideg veríték, ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy elszaladjon erről a borzalmas helyről. Palmira kinyújtotta a kezét, ujjával az egyik hullára bökött. – Oresztész! – valóban a mágus lengedezett a láncon. Ősz hajavértől csatakosan pacskolta a márványt, testének minden porcikájáról lenyúzták a bőrt, ráadásul kibelezték, mint egy csirkét, pokoli halála lehetett, az nem kétség. Palmira terhelten méregette, ebben a pillanatban döbbent rá, hogy Lilit mind játszott vele. Tudja, hogy kudarcot vallottam, és most megbüntette Oresztészt a tanítványaival együtt. Itt lengedeznek a pokolban, jutalmuk, hogy eleségül szolgálnak az alvilág sötét hatalmainak. Az én kudarcom a mágus kudarca lett, s Lilit nem kegyelmezett. Az első pillanattól kezdve tudta, hogy mi történt a katakombában, azzal is tisztában van, hogy visszatértem a pandemóniumba, mert el akarom veszelteni. Ebben biztos lehetek, de akkor miért nem akadályozta meg, hogy megmentsem a lányt Gelál törpejétől, és miért nem üldöz minket? Milyen körmönfont tervet eszelt ki az éjszaka nagyasszonya? Átható mormogás hallatszott a teraszról, tesznek liba bőrös lett a karja, amikor meghallotta. Valamilyen pokolbéli állat vicsorgott a hullák között, a friss húsból lakmározva, s most megérezte a nők illatát. Középen megcsördültek a láncok, s meglódultak a megnyúzott tetemek, ahogy a szörnyeteg elindult a terasz széle felé. Tesz minden hajaszála égnek merett. Fussunk innen! nyögte elkeseredetten, és próbálta elrángatni onnan palmirát, de a szíriai nő tapottat sem mozdult. Tesszágra nyílt szemmel nézte, hogy leteszi az íját, lekapcsolja a veszőkkel teli tegezét, mintha tudná, hogy úgy sem vehetné hasznát, sőt a tőröket is a márványra dobta, viszont elővette a két alcú nő rúna és varázsszavakat kezdett mormogni az elnyújtott háromszöget formázó sárga pengének. Harcra készült egy olyan lény ellen, ami csak mágikusan sebezhető. A láthatatlan szörnyeteg mormogása visszhangot vert a terasz fölött, tesz kis hián elalélt a félelemtől. Belecsimpaszkodott palmirába, hogy visszatartsa, de csak annyit ért el, hogy a tunika elszakadt, a szíriai nő hajthatatlannak bizonyult, tesszel ellentétben nagyon jól tudta, hogy kicsoda várja a teraszon, Lilit. Azért jött vissza a pandemóniumba, hogy elpusztítsa, de Krisztus akaratából Lilit helyett teszre bukkant. Megmentette a lányt, s hitte, hogy ezzel a cselekedetével jóvá tette mindazt a bűnt, amit elkövetett eddigi élete során. De nem menekülhetett el a sorsa elől, lám csak megtalálták egymást a démon királynővel, mert Lilith így akarta, s ezt a randevút csak az egyikük élheti túl. Lilith ezért nem támadott eddig, s azért nem harcol Adam Kadmon ellen, mert pokoli terve megvalósításához elengedhetetlenül szüksége van az élőtesz Gordonra, aki a szerelmese karjába omlik, Palmira sejtette, hogy a démonnő mire készül. Nem! Letébdeste magáról a szakadozott tunikát, és a runatörrel a kezében felment a lépcsősoron. Tesz még egy pillanatig látta a csípőig lengedező hosszú haját, a tetoválások borította a testét, aztán eltűnt a hullaerdőben. A szörnyeteg mormogása azonnal vérfagyasztó acsarkodássá és dühös csaholássá változott. Láncok csörrentek, testek pufogtak, és lábdobogás csattant a vértől csatakos márványlapokon, a pokolbéli kutya neki támadt a szíriai nőnek. A teraszon elkeseredett küzdelem zajlott, amelynek teszhez csak a hangjai jutottak el, de a lány így is el tudta képzelni, hogy milyen iszonytató élet-halálharc vette kezdetét. A józanész azt diktálta volna, hogy fusson, szaladjon, ne nézzen hátra, ezt a küzdelmet nem -e világi ellenfelek vívják, de képtelen volt elhagyni Palmirát. Ő lett egyetlen reménysége, hogy kikeveredhet erről a borzalmas helyről, és megláthatja a napvilágot, emberi lények között sétálhat. Talán még a saját századába is visszatérhet, épübőrrel megúszhatja ezt a kalandot. Jessica lett a biztosíték, hogy nem eshet bántódása. Egyszer majd megszületendő kislányának a személye felmagasztosult, és átalakult az élet és az életben maradás szimbólumává. Tesz erőt vett félelmén, megmakacsolta magát, s ahogy egykoriban Los Angeles legsötétebb bugyrában, most ugyanúgy eluralkodott rajta a harci mámor. Megragadta az egyik földre hullott tört, és felszaladt a lépcsősoron, segíteni akart a barátnőjének. Izonyú látvány tárult a szeme elé. Palmira csontjairól szafatokban lógott az eleven hús, a nő párdusz teste egy véres torzóvá változott, a késpenge nagyságú karmok borzalmas sebeket szakítottak rajta nyakától az ágyékáig. Egy hatalmas fekete kutya marcangolt a szakadatlan, szemében tűzvörös fény izzott, kegyetlen agyarairól csöpögött a vér, ahogy újra és újra belemart ellenfele testébe. Palmira sikójai összekeveredtek a szörnyetek acsarkodásával, mindketten a vértől iszamos földön fetrengtek az otrombál lengedező, torzvigyorú hullák között, aki pokoli motollaként csapkodtak véreres karjaikkal, arcukon torzvigyor ült, ahogy fogaikat csattogtatták, és próbálták megharapni a rémisztő állattal birkózó nőt. Igen, a halottak felé lettek, és véres karjaikat nyújtogatták. Tesz földbe gyökeredzett lábbal állt a terasz szélén. Azért jött, hogy segítsen a nőnek, de a látvány valósággal sokkolta, minden ereje elhagyta, és képtelennek érezte magát arra, hogy oda menjen, s oldalba döfje a hatalmas állatot. Együtt sikoltott Palmirával, amikor azt látta, hogy a rúnatőr a márványra hull, és az iszonyú dög maga alá gyűri a nőt. Palmira az állat füleit ragadta meg, és minden erejével megpróbálta eltartani torkától a nyáladzó pofát. De az egyik hulla belemarkolt a földön elterülő hajkoronába, és húzni kezdte maga felé a szerencsétlen teremtést. Palmira tesz nevét sikoltozta, és a lány magához tért a kábulatból. Vadállati üvöltéssel vetette rá magát a sátán kutyájára, és oldalába vágta a tört. A szörnyetek felvonított, mint nyúznák. Tesz hátralépett, és oldalba rúgta az állatot. Ezzel a rúgással tucatnyi ellenfelének törte össze a bordáit, az egyik leghatásosabb technikája volt, amit még Gordon Csentől tanult, a hatás most sem maradt el, a pokoli ebb lerepült palmiráról, és odébb hengeredett a földön. Vonítva tekergődzött a földön, mintha a saját farkába akarna harapni, csak nagyon lassan szedte össze magát. Tesz felkiáltott. Nem mérlegelt tovább, hogy mit kellene tennie, ösztönszerűen lépte át a földön fetrengő palmirát, és torkon rúgta az ugrani készülő állatot. A kutya apokaliptikus rángatódzásba kezdett, tesz csak azért nem rugdosta tovább, mert Palmira borzalmas sikolya hallatszott a háta mögül. Megpördült, s amit látott, élete végéig nem felejtette el. A láncokon lógó megelevenedett hullák közben elkapták a félholtra marcangolt Palmirát, és egy eleven oltárként Kezénél, lábánál fogva szétfeszítették, felemelték a földről. A nő tehetetlenül vergődött a véres kezek szorításában, de azok olyan erővel szorították a bokáit és a csuklóit, hogy nem tudott kiszabadulni. Feje hátra csuklott, csapzott haja a földet söpörte, s így nem láthatta, hogy hatalmas lánccsörgéstől kísérve egy ötödik élő ereszkedik alá a magasból. Oresztész volt az... Lilit és Palmira egykori szeretője. A pokol tornácáról visszarángatott mágus rothadó ujjaival matatni kezdett a szíriai nő vérrel borított testén. Mire tesz feleszmélhetett volna, bordák recsentek, vér fröccsent, és Oresztész kitépte Palmira szívét. – Ne! – sikította tesz. Felkapta a lába előtt heverő véres rúnatört, de nem maradt ideje használni, a kutya felvonyított a háta mögött, és ő összecsuklott, tehetetlenné vált, mint egy zsinórjait vesztett bábú. Palmira még rángatózott egy pillanatig, aztán teste elnehezült, és a hullák elengedték, ledobták a márványlapokra. Felfröccsent a vér, és beterítette teszt, aki merev görcsben rángott a földön, s csak nyöszörgött, mint valami nyáladzó idióta. Hallotta a kutya veszett szuszogását, de nem tudott feléje fordulni, a tör ott csillogott előtte, de nem tudott érte nyúlni, oldalra fordulva, felhúzott lábakkal, és a teste mellé szorított, könyökben behajlított karokkal szenvedett a meggyilkolt, lemészárolt palmira mellett. Nem tudott megmozdulni. A kutya közeledett. Lehajtott fejjel, az agyarai között kilógó vérvörös nyelvel, nyálazzó pofával szuszakolt odébb, a láncaikon himbálódzó élőhalottak láthatóan féltek tőle. Tesz bepisült. A kutya lassan odason fordált hozzá, és bűzös leletű pofáját az arcához nyomva megállt előtte. Akkor a feje volt, mint egy borjúnak, a törmarkolata még mindig ott sötét lett az oldalában. Tesz várta a halált, de csalatkoznia kellett, annál sokkal rosszabb dolog történt. A pokol kutyája megrázta magát, mintha épp most mászott volna elő a tisztátalanság tavából, de nem vizet, hanem vért fröccsentett a bundája, s a rázkódás különös átalakulás követte, teste megnyúlt, szőre kihullott, elporlott, agyarai visszahúzódtak, pofája átalakult egy ember arcává, és tesz tágra szemmel szakadatlanul sikoltozott, amikor látta, hogy Lilitté változik. A démon királynő feltérdelt a négykézláb helyzetből, megmarkolta az oldalából kiálló tör markolatát, kihúzta testéből a pengét, ami nagy csörrenéssel hult a véres kőlapra. A nődémon egy végtelen pillanatig moccanatlanná vált, majd gyengéden végig simította a félelemtől félholt lány mesztelent keblét mosolygott. – Szép szemed van, tesz Gordon, Johnnak nagyon fog tetszeni, meglásd! Angolul beszélt a lány hangján. Tesz elveszítette az eszméletét. Arra eszmélt, hogy milliónyi hangya mászkál a testén, feje a talpáig láthatatlan tűk szurkálták és kínoszták. Nem érzett fájdalmat, de rettenetesen kellemetlennek találta. Feltérdelt. Szerencsére csak a képzelete játszott vele, s nem lepték el a hangyák, viszont minden polcikája viszketett, zsibbat rendületlenül. Valami furcsa történt a testével. A kandaláberek fénye elhalványult, nem látott jól. De hát nekem démon szemem lett. Tapogatni kezdte magát. A combja, mintha feszesebb lenne, mint percekkel, órákkal ezelőtt, és a mellei sem akkorák, mint... Arca elé emelte a kezét. Most nem látta az erekben lüktető vért, és csodálkozva nézte a hosszúra nyúlt, feketén csillogó körmeit. A kéz fejét, mintha különös rajzolatú tetoválások borítanák. Az arcát tapogatta, valami nagyon nem stimmelt az orrával és a szemöldökének az íve, ez nem az én testem. Kiáltani akart, de nem jött ki hang a torkán, erejéből csupán rekedzihálásra zihálásra futotta. Jézusom, mi történt velem? A sötétségben kivehetetlen formák gyanán csüngtek a megnyúzott hullák, odébb egy felismerhetetlenségig megcsonkított holtest hevert, ami torkától az ágyékáig csak egy véres kehelynek látszott, a belek és a szervek egytől egyik hiányoztak, mintha valaki felzaválta volna valamennyit. Te voltál az mondta valaki a saját hangján, aki olvasott a gondolataiban. Rémülten pördült meg a térdén. Saját magát látta ülni a hullák előtt. A hasonmás lábai felhúzva, csípőjén megcsomózva a koszos lepedő, a haja feketén omlott a vállára, kezével átkulcsolta a térdét. Lilit úgy nézett ki, mint ő. S ekkor döbbent rá, hogy palmira lett belőle. Sikítani próbált, ahogy a torkán kifélt, de csak érthetetlen nyöszörgésre futotta az erejéből. Mit tettél velem? Mit tettél velem? Mi ez a borzalmas fekete mágia? Nem emlékszel semmire, mondta bűbájos mosolyalat ez Gordonnál vedlet Lilit. Megzabáltad palmiranyás húsát és ittad a vérét, s így palmirává változtál, drágám. No persze, én is besegítettem egy kicsit. Meglepő módon elmúlt a némaságod, ezért kénytelen voltam elvenni a hangodat. Nehogy túl sok butaságot beszélj majd Johnnak, aki természetesen engem hisz tesznek, téged pedig eltapos, mint valami férget. No persze, ezt én is megtehetném, de azt akarom előtte lásd, hogy magamhoz ölelem leendő férjedet, akinek majd megszülöm a lányt. Én leszek Jessica anyja. Nem tudta folytatni, a palmirává változtatott tesz felbőszült anyatigrisként vetette rá magát. A lány szeméből patakzottak a könnyek, ajkát néma hagyta el, próbálta megütni a borzalmas szörnyeteget. Lilit leterítette egy gyors ökölcsapással, Tesz összeomlott és elterült a mocsokban. – Ezt az ütést Gordon csentől tanultam – kacagott a démon királynő. Tesz szédülni kezdett. – Nem, ez nem lehet. Istenem, tégy csodát! Lézeres keresőfény söpört végig a hullasoron. Megállapodott Liliten és letapogatta, a démon királynő lassan felállt. Kiáltás harsant a távolból, a földön kuporgó és témán jajgató szerencsétlentez felismerte jakta hangját. Ez nem lehet igaz! Bassza meg! Ez egyszerűen hihetetlen! Itt vagyok! kiáltotta vidáman Lilit, és integetni kezdett, ott hagyta a hangtalanul zokogó, önmagába roskadt lányt. Fények villantak, lábak dobbantak a márványon. Tesz felemelte az arcát, abban a pillanatban tolkor rúgták. Emberek, ez Palmira! Dögölj meg, Teri Ordította Mark, és minden erejét beleadta a következő rúgásba, ami gyomron találta a lányt. Tesz összegörnyett. Robert van der lépett hozzá, és álomvágta az energiafegyvertusával. Ez áért kapod, harsogta a holland. Ha holecska nem lép közbe, a két férfi halára veri palmirát. Hé, álljanak le! Majd az ezredes eldönti, mi legyen a sorsa. Jól van tesz, nincs semmi baja? Mi történt magával? Meséljen! Fordult oda Lilithez. Sikerült megúsznom, Jan, majd elmesélek mindent. Mark izgatottan toporgott, végre sikerült odajutni a Lilithez. A nődémon elmosolyodott, és hagyta, hogy a férfi átkarolja, a nyakába csimpaszkodjon. – Ölej magadhoz, Mark! Nem hiányoztam? – Jaj, dehogy nem! – nevetett a férfi. – Tudtam, tudtam, hogy nem lesz semmi bajod, kicsim! Mark szeméből örömkönnyek patakzottak. A következő pillanatban mindenki lilitet babusgatta, kérdéseikkel bombázták, nem hagytak neki békén, majd szétszincálták. Mi történt veled? Ezek tényleg démonok, nem bántottak. Hogy tudtad elkapni Palmirát? Záporoztak a kérdések. Lilit egy idő után a fejét fogta. Jaj, hagyjatok békén, majd mindent elmesélek. Jakta vigyorogva nézte őt. Nem változtál semmit. Dehogy nem, kuncogott Lilit. Az igazi tesz elkeseredetten nyújtotta a kezét Mark Vízon felé. A férfi észrevette, elcsodálkozott, aztán eltorzult arccal kettőt lépett felé, s mielőtt bárki megakadályozhatta volna, ágyékon rúgta. Egyetlen dolgot lehetett felhozni Mark mentségére, palmira egy állat volt, s nem érdemelt más bánásmódot. Tesz fetrengeni kezdett a földön. Az a szerencséd, hogy jó kedvemben találsz, ordította a férfi. A lánynak szép helén maradt az egyetlen reménysége. A varázslónőt talán nem lehet megtéveszteni. Holecska Kervin ezredest hívta, nagyon remélte, hogy végre jelentkezik. Helena a földön guggolt, és elmélyülten rajzolt, a többiek a válla mögül kukucskálták, hogy mi készül. A varázslónő egy megközelítőleg két lépés átmérőjű kört, abba pedig egy kisebbet rajzolt, a belső kör érintette a nagyobbik oldalát. A belső kör középpontjába egy még kisebbet, alig tenyérnyi átmérőjűt rajzolt, végül visszatért a legelsőre meghúzott külső körhöz, és rajzolt hozzá egy újnyi széles peremet, amivel gyűrűvé alakította. Leverte a krétaport a tenyeréről, és magyarázni kezdett, a pálcájával mutogatott, mint egy tanár a régi időkben. Nagyjából így nézhet ki a pandemónium felülnézetből. A külső körrel a barlang határait próbáltam szemléltetni, a belső kör pedig egy sziget, amit gyötrelem oszopcsarnokaként emlegetnek a beavatottak. A pandemónium többi részét szennyvíz borítja, ami összefüggően egy tavat képez, melynek neve tisztátalanság. Megkopogtatta pálcájával a legkisebb kört. Körülbelül itt található a rettegés kürtője, amin keresztül Holecska hadnagyék lejöttek. Ha lejöttek, tette hozzá komoly arccal. A harcászati számítógépek szerint a pandemónium 5 kilométer átmérőjű volt, a sziklaboltozatos mennyezet átlagosan 100 méter magasan húzódott. Amikor Henz először szembesült az adatokkal, Egyszerűen nem akarta elhinni, hogy ez lehetséges. A 23. században Róma alatt nem létezett ekkora mesterségesen kialakított üreg, arról tudnának a geológusok, a barlanga világ 9. csodája lehetne, ha csak nem tizedik a katedrális után. Nyilván eltüntetjük, valamikor a régmúltban morfondírozott magában az akciócsoportosok parancsnoka. Kiöntjük kerámia betonnal. Hol van Lilith palotája, érdeklődött Szergi. a végig söpölt pálcájával az ábra csarlót formázó részén. Valahol erre. Lilith rezidenciája szintén egy szigeten áll, de csak találomra rajzolhatnám meg, tudni fogalmam sincs, melyik ponton emelkedik ki a mocsokból. Az biztos, hogy a tó nagy részét mocsár borítja. Most hol állunk? kérdezte Kervin. Helena a gyötrelem oszlopcsarnokát szimbolizáló körtől alig félméteres távolsággal rámutatott a külső kör egyik pontjára. Körülbelül itt. A perem, amit rajzoltam, azt a szakasz szimbolizálja, ami körbefut a pandemónium fala mentén. Amint látják, két ponton érinteni fogja az oszlopcsarnokot, mindegy melyik irányba indulunk, előbb vagy utóbb oda fogunk érni anélkül, hogy hajókáznunk kellene a tavon. Simon egyszer azt mondta, hogy a part hosszában olyan csónakokat lehet találni, amiket árnyéklények hajtanak. Akik hajlandók megfizetni őket, mert nem akarnak térdig gázolni a mocsokban, no és persze sietős az idejük, azokat átviszik a túlpartra. Na, keresünk egy révészt? És mi a fizettség? kérdezte Szergi. Csak egy kis lélek, Elég legyen ebből, mérgelődött Kervin. Hosszasan tanulmányozta az ábrát, aztán töprengve nézett körül. Jobb kéz felől a barlang oldalfala emelkedett, a hosszában hasadozott sziklákról ugyanaz az undorító nyálka csöpögött, mint a lejárat oldalában kanyargó, homladozó csiga lépcsőn. Amikor leértek az akna aljára, és visszanézett, nem akarta elhinni, hogy volt elég bátorsága lejönni rajta. Az alig húsz lépésnyi partot egy végeláthatatlan kiterjedésű, fekete vízű tó, nyaldosta, a hangradaros mérések szerint helyenként alig élt szomb középnél magasabban a víz, amelyből olyan átható bűz áradt, hogy könybelábat a szemük. A csípős ammoniaszak befurakodott a pórusaikba, átjárta minden polcikájukat, Kervin jól hallotta, amikor Galland azt mondta Szerginek, hogy egy évig fogok állni a zuhany alatt, ha élve kikerülök innen. A part helyenként elkeskenyedett, alig öt lépésnyire szűkült, de távolabb olyan szakaszok is látszottak, ahol teljesen elnyelte a sziklafalat nyaldosó szennyvíz. A fényt a parton elhelyezett óriási kandaláberek szolgáltatták, a rőten lobogó lángok messzire bevilágították a tisztátalanság tavának rezzenéstelen tükör felszínét. Szergi nagy döbbenetére a világító testeket aranyból kovácsolták valamikor az idők kezdetén. Talpazatukat olyan rúnajelek borították, amelyeket még Helena sem tudott elolvasni, a varázslónő szerint legalább húszezer évesek voltak. Pár nappal ezelőtt Szergi még azt mondta volna, hogy azokból az időkből nem lehetnek írásos emlékeink, de az elmúlt napok alatt megtanulta, hogy jobb, ha lakatot tesz a szájára, amikor Helena valamiről véleményt formál. Kervinnek nem állt módjában ellenőrizni Simon mágus állításainak valóság alapját, minden esetre csónakokat sehol sem lehetett látni, az látszott a létező legjobb megoldásnak, ha a partvonalát követve gyalog indulnak tovább amennyiben Helena nem tévedett sokat a tartózkodási helyük meghatározásában, akkor a pandemónium méreteit, valamint az esetleges hátráltató tényezőket figyelembe véve egy, maximum másfél óra múlva elérhetik a gyötrelem oszlopcsarnokát, csarnokát, s a kapcsolatot Holecska csoportjával. Kervin nem egy alkalommal próbálkozott a forgalmazással, de az intervenciós kommunikációs rendszer csődött mondott, s a fülhallgatókban statikus recsegésen kívül semmi sem hallatszott. Azt egyikük sem hitte, hogy Lilith zavarja az adást, ehhez korszerű technológiára van szükség, a démonok ezzel biztosan nem rendelkeznek. A dolog csak addig maradt rejtély, amíg Helén, nem okoskodta a magyarázatot. Mágikus erővonalak hálójában állunk, magyarázkodott a homlok ráncolva ne is próbálják műszerekkel mérni azokat, mert ilyen műszer csak egy létezik, az én agyam. Ezek az erők zavarják a rádiókapcsolatot. A nyomaték kedvéért még azt is hozzátette. Punktum. Hence különös dolgot vett észre magán, kezdte megkedvelni a nőt. A tisztátalanság tava felszíne fölött sűrű, zsíros köt kavargott, a parttól tizenöt lépésnyire már nem lehetett ellátni, a radar képernyőjén csak kivehetetlen foltok látszottak, a pandemónium rendületlenül őrizte titkait. Kervin számára szinte nyomasztóan hatott a mérhetetlenül nagy csend. Miután alászállt a pokorra, arra számított, hogy rémisztő acsarkodás és vérfagyasztó üvöltés kíséri útját, rettenetes démonok, lidércek és szellemek végnélkül támadó hordáival kell felvennie a küzdelmet, akik friss emberhússal és halandók langyos vérével táplálkoznak, de úgy látszott, hogy mindezek a képzelgések csak egy téves sztereotípia következményei. Valahol, valakik, emberek és könyvek azt tanították neki, hogy ilyen lesz az alvilág. Mindannyian tévedtek, de a tisztátalanság tavának partján állva még nem lehetett eldönteni, hogy mit lehet ehhez hozzátenni. Azt, hogy hál' Istennek, vagy csupán ennyit, nem is oly keveset? Kervin minden polcikájával azt kívánta, hogy egy idő után ne az utóbbit kelljen sóhajtoznia. Komolyan vívódott Jessica miatt. Ha józan észre átgondolt mindent, akkor csak is arra a következtetésre juthatott, hogy Tess meghalt, miután Lilit elragadta, amiből egyértelműen következik, hogy Jessica mégsem lehet a lánya, akit majd 2308-ban fog megszülni. Ha ez igaz, akkor a lány folyamatos hazugságokkal traktálja őket, nyilván annak az utasításait hajtja végre, aki ide küldte. Ez az ember felteltőleg az a bíboros, aki a 24. század harmadik évtizedében vezeti az intézményt. Igen ám, de a genetikai vizsgálat mégis azt az eredményt hozta, hogy tesz a lány anyja, és ő lesz az apa, s ez a megállapítás ellentmond annak, hogy tesz meghal Jessica születése előtt. Lehet, hogy hamisak a vizsgálati eredmények. A 24. század genetikusai rendelkezhetnek azzal a technológiával, amelynek segítségével félrevezethetik Gallant számítógépét. De lehet, hogy gallant keze is benne van ebben a szövevényes összeesküvésben, és a német összejátszik azzal a valakivel, aki azt állítja magáról, hogy a tulajdon édes lányom. Kervin sejtette, ha tovább gyötrődik, minden esélye megvan rá, hogy hamarosan megbolondul. Elvette szemétől az elektronikus távcsövet, és visszaadta Henznek. A férfi azonnal kiszúrta, hogy az ezredes csak falból vizsgálja a tó fölött terpeszkedő ködöt, valójában egy kis magányra vágyott, hogy nyugodtan gondolkodhasson, s nem arra kíváncsi, mi található a rendületlenül gomolygó párafalon túl. Mind rágódik, John! Tudakolta, őszinteség, érdeklődés csendült a hangjából. Sok mindenen, Cornélius. Például 1726-on, és a Tailleung hegyen történteken. Hansnek nem volt szüksége külön kommentárra, hogy megértse, miről beszél a férfi, ekkorra már ismerte a történetet, Kervin mindent elmondott neki, de a másiknak sem, amikor ezt kapta válaszul. Hazanő csak hasonlított ez Gordonra. Sajnálom, John. Hens sem hit abban, hogy tesz életben találják, ha egyáltalán megtalálják valaha. Sajnálhatja is, nyögte a férfi. Tételezzük fel, hogy sajnos így lesz, morogta Henz, és állával Jessica felé bökött. A lány Helénával beszélgetett, s nem vett észre semmit. Akkor ő kicsoda? Meg fogom tudni. Hosszan hallgattak, Henz elterelte a szót Kervin állítólagos családjáról. Mit gondol, miért nem támadnak minket? szegezte Ervinnek a kérdést. Csak arra tudok gondolni, amire Helena. A varázslónő arra a következtetésre jutott, hogy Lilit visszavonta pokolbéli régióit, és a palotájában várakoztatja őket, de még ő sem tudott épgézláb magyarázatokkal szolgálni, hogy a démon királynőnek mi ezzel a célja. Lehet, hogy a tűz következtében odafönt kitört pánik zavarja mentális erejét, és ezért húzódik meg palotájában, vagy csupán egyre közelebb csalja magához a mágusokat, s akkor csap le rájuk, amikor a tisztátalanság taván hajókáznak. A kérdéseket egyikük sem tudta megválaszolni, minden esetre Helena arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy Lilit vár valamire. Kervin kiadta a parancsot az indulásra, és a Stockbauerek fedezete mellett elindultak a parton. Amennyiben Helénának igaza van, előbb vagy utóbb el kell jutniuk a gyötrelem oszlop csarnokáig, ahol egyesülnek Holecska csapatával. Kervin azért osztotta meg a csapatát, hogy egyszerre két ponton mérhessen csapást a démon seregre, csak hogy az ellenség nem mutatkozott. Lilt ezzel a mesteri húzásával elodázta a harc kezdetének időpontját, és arra kényszerítette őket, hogy széltalanul kóboroljanak egy számukra ismeretlen és felderítetlen terepen, mintha tudná, hogy ezzel értékes energiát veszítenek, ami egy idő után a védtelenségüket hozza maga után. De honnan tudja, hogy mi energiát használunk, egyáltalán honnan tudja, hogy mi az energia, töprengett Kervin. Természetesen tesztől adta meg magának a választ. Lilith áttörte helén a tudatvédelmét, és magáévá tette mindazt az ismeretanyagot, ami a lány fejében lakozott. Ellopta a lány emlékeit. Tesz, meghalt. Holecska jelentkezett, meglepően tisztán lehetett hallani az adást. Kervin átvette Gallantól a komot, és visszajelzett. Kervin kierősítette a hadnagy hangját. A szlovák pár mondatban összefoglalta az eddig történteket, de semmi olyat nem mondott, ami indokolná azt a nevetést, ami a háttérből hangzott. Henzék összenéztek, nem tudták, mire vélni a dolgot. Kervin megelégelte, hogy packáznak vele, mérgesen ráförmett a harcászati tisztjére, aki válasz helyett átadta valakinek a komját. Egy nő szólongatta az ezredest. Hallasz engem, John? Ez hangja volt. Kervinnel forogni kezdett a pandemónium leírhatatlan boldogság kerítette hatalmába, az első pillanatokban egyszerűen képtelen volt megszólalni. Hans mellette állt, és hitetlenkedve nézte, hogy egy köncsebb budjan elő a szeme sarkából. Kervin gyorsan elfordult, mintha szégyelni a dolgot. – Jól vagy, drágám! – Kervinnek csak ennyi futotta az erejéből. – Kutya bajom! – nevetett Lilith. Helena boldog tapsikolásba kezdett. Ez hihetetlen, egyszerűen hihetetlen. Tesz él és virul. Hans hasonlóan vigyorgott, mint a körülötte állók, Jessica nem bírt uralkodni az érzelmein, és elbőgte magát. Szergi hangosan áldotta az Istent. Hans magához ölelte a lányt. Visszanézett Gallandra. A német felkapaszkodott egy magányosan álló sziklatömb tetejére, s Longinus támaszkodva a tisztátalanság tava fölött kavargó nehézködött szemlélte. Úgy állt a szikla csúcsán, mint a Wagneri operák valkürjei. – Tesz jelentkezett! – kiáltotta oda Henz. Galland olyan arckifejezéssel nézett vissza rá, mint hálomból ébredne. – Nein! – egyedül ő nem hitte el. Hans homlográncolva nézett az őrmesterre. Ki ez az ember? A tűzvésznél is gyorsabban terjedt a hír, hogy a gyújtogatók, miután komoly vérveszteséget okoztak a germán őrség soraiban, bemenekültek veszt a templomába. A fórum románum pretóriánus csapatok lódobogásától lett hangos, kisvártatva ediliszek érkeztek, és körbefogták az építményt, amelynek lépcsőjén számlálatlanul hevertek a borzalmas módon megégett holtestek, germánok, veszt a papnői egymás hegyén hátán, a gyilkosok nem kegyelmeztek senkinek. A fórumon nem lehetett találni két olyan embert, aki pontosan el tudta volna mondani, hogy valójában mi történt a templom lépcsőn, mindenki egymás szavába vágva, össze-vissza beszélt, kiabált és tépte a haját. Szabinusz lóhalálában érkezett a tér túlfeléről, de nagyobb pánikkal kellett szembesülnie, mint amikor az átkelést irányította a Róma hídjain. A szemtanúk legkevesebb öt-hat gyújtogatót véltek látni, de olyan beszámoló is elhangzott, amely két tucatnyira tette a gyilkosok számát. Egyre nőtt a tömeg, az ediliszek pajzsaikkal szorították vissza a feldühödött embereket. Szabinusz magához rendelte a Pretóriánus parancsnokokat. A katonák locsolják le vízzel a ruhájukat, hogy nehezebben kapjon lángra. Egy szakasz álljon össze teknősbéka alakzatban, és a főkapuval szemben a lépcsősoron támadjon, ezzel eltereljük a gyújtogatók figyelmét. Eközben egy másik szakasz óvatosan közelítse meg a Szentét, Szabinus mutatta, hogy honnan. Aztán a kellő pillanatban hatoljon be az épületbe. Ha van rá mód, akkor foglyokat kell ejteni, amikor a Néró megérkezik Antiumból. Tudni akarom, hogy kik és miért gyújtották fel Rómát. Szorítsátok még hátrébb a tömeget, nem akarok több ártatlan áldozatot. A terv jónak tűnt, ellenvetés nem volt, a centúriók szétszélettek, hogy teljesítsék a parancsot. Ha sikerül fogjul ejtenem a gyújtogatókat, haditribunusi rang lesz a jutalmam, vélekedett Szabinusz. Lelki szemei előtt látta, amint egy légió élén lovagolva ismeretlen földeket, országokat hódít meg Róma legnagyobb dicsőségére, s látta magát elvonulni a saját diadalíve alatt. Lám, lám, milyen szeszélyesek az istenek! Tegnap még egy senki voltam Tigellinus árnyékában, Mára pedig kacélkodom a gondolattal, hogy vállamra borul a császári bíbor. Az egyik parancsnok visszatért, és megzavarta álmodozásában. Nincs vizünk, a tűzoltók mindent elhasználtak. Locsoljátok le magatok a legyintett Szabinusz. Mint egy kívülről, önnön testéből kilépve látta magát, amint ül a lova nyergében és int, akár egy isten. Titkos példaképére Titus Manlius Torquatusra gondolt. Arról ábrándozott, hogy ugyanolyan vasfegyelmet fog megkövetelni a beosztottjaitól, mint a híres konzul, de mindezek mellett sokszor gyakorol majd kegyelmet, hogy szeszélyesnek és kiismerhetetlennek véljék, ez egyenes út a halhatatlanok panteonjába. Történt, hogy 404 évvel ezelőtt amikor a rómaiak elkeseredett harcokat vívtak a latinokkal, Titus Manlius kivégeztette a tulajdon fiát, mert az egy lovas kohorsz élén parancs nélkül saját szakállára megtámadta az ellenséget. Kivégezték, pedig győzött. Szabinus ahányszor hallotta ezt a történetet, utána mindig lerészegedett, és siratta Róma megfakult dicsőségét. Álljon össze az a teknős Harsogta, visszakézből törölve izzadó homlokát. Valaki felnyújtott neki egy kupa bort. Món ivott, és megkínálta a mellette lévő helyettesét, Aurius. -t. A férfi elhajolt a ló nyakától, átvette a kupát, s ekkor Sabinus észrevette, hogy egy parányi pirosló fénypont táncol az ezüsttel kivert, díszes mellvértjén. Rábökött a fénypontra. Mi az ott? Arius hangtalanul fordult le a lováról, Szerrault kiváló kiképzést kapott, mert felismerte Szabinuszt, és nem őt lőtte le. Szabinusz fontos szereplője volt a római történelemnek, ezért nem hallhatott meg a 64. év 13. napján. Szerrault számára egy tördöféssel ért fel Michel halál híre. Hetek óta tartó kómájából felébredve lecsupaszított lélekkel állt az angyal előtt, aki olyan tükröt tartott elé, amelyben végre meglátta valódi önmagát. Undorral töltött el annak a zserád Szerrautnak a képe, amelyik visszanézett rá, s tudta, mit kell tennie, hogy leszámoljon ezzel a szellemmel. Miselt már nem válthatta meg senki, de ő neki megadatott az utolsó esély. Addig változ meg, amíg nem késő, Gerald! Addig változ meg, amíg nem késő, Gerald! mondta Tullia, aki Michel hangján szólalt meg. Szeraud úgy bőgött, mint egy taknyos gyerek. Menj a palládiumhoz, utasította Senoi, aztán eloszlott, feloldódott a semmiben, köddé vált akár az álmok. Szerraút pedig magához vette a felszerelését, hogy megmentsen egy embert, megragadjon egy utolsó lehetőséget. Éppen időben érkezett. Fumacsen az infrakót kulcsával jutott be a Svelló belsejébe. Az időgép látszólag semmit sem változott az elmúlt évszázadok alatt, testét nem borították horpadások, a kínai ugyanolyan állapotban találta, mint amikor elbúcsúzott tőle, alig egy hónappal ezelőtt. 500 évig várt reánk. Istenem, add, hogy működjön, fohászkodott Fumacs Csen, s felélesztette a fél évezrede szunnyadó pozitron Elvégezte a tesztprogramot, s örömmel állapította meg, hogy az időgép menet kész. Lehuppant a konzol elé, arcát két kezébe temette, vállát rázni kezdte az zokogás. Nem tudta, mennyi időt telhetett el így, egyszer csak arra eszmélt, hogy Szeraut rázogatja a vállát. Nincs több energiám, el kell innen tűnnünk, viszteltsen. Hallja, amit mondok? Hallom. Fumacsen egy gomnyomással zárta az ajtót. Amióta bejött a templomba, semmit nem kérdezett a férfitól. Nem kérdezte meg tőle, hogy miképpen és mikor ébredt fel öntudatlanságából. Nem tudakolta meg, honnan tudta, hova kell jönnie. Egyáltalán nem kérdezett semmit. Végig William Klipperre gondolt. Saját magát okolta a fiatal kollégája halála miatt, amíg él, nem bocsájthatja meg magának, hogy visszakérte tőle a fegyvert. Odakintől erősödött az aj, a pretóriánusok benyomultak a szentélybe, és zavarodottan rohangáltak körbe-körbe. Izgatottan, kivont karddal kezükben keresték az ellenséget, azt egyikük sem gondolhatta, hogy a gyújtogatók a legszentebb erekében húzódnak meg. Fumacs lekapcsolta a külső kamerákat, kezét a vezéről panelra tette. Szerrault szemébe nézett, s végre kérdezett. Mióta vagyunk ide bent? Harminc perce. Mennyi idő alatt ért ide? Negyed órába sem telt, loptam egy lovat. Tehát Szerrault legkevesebb 45 perccel ezelőtt hagyta el a maró házat. Látta a palládiumot a perisztülőmban, amikor eljött a házból? kérdezte Fumacs Csen. Beprogramozta a helyszín koordinátáit. Szerrault értetlenkedve nézett rá. Természetesen nem. Akkor induljunk. A kínai mínusz 30 percre állította a számlálót, és visszament az időben. A történészek sohasem tudták pontosan megmondani, hogy tulajdonképpen milyen tárgyat tiszteltek meg a rómaiak palládium névvel. A kortás történetírók szerint egy viszont biztosra vehető vele kapcsolatban valamikor eltűnt, és soha többé nem került elő. 6. 64. július 13. Róma Egy velencei gondolához hasonló, karcsúcsónak ringatózott a habokon, fekete testét vastag hínár és algapáncél borította, ami nagyban befolyásolhatta a haladási sebességét, megnehezítette irányítását, de ez cseppet sem zavarta a révészt, a férfi legalább 200 éve halott volt. Bokáig lengedező, Foszlányokban lógó lacernában, sárgáló csontújjai között egy hosszú karot tartva állt csónakja végében, az arcába húzott csukja eltakart a rothadó koponyáját. s nem volt infraképe. Ha nem látom, nem hiszem el, mérgelődött holecska, aki kezében a tüzelésre kész stokbauer rombolóval egy oszlop mögül kukucskált kifelé. A többiek a környező oszlopok mögött bújtak meg, Egyedül Lilit nem látszott idegesnek, sőt, határozottan élvezte a dolgot, oldalát egyre furdalta a kíváncsiság, hogy a fekete ruhás emberek hogyan fogják megoldani ezt a problémát mágia használat nélkül. Az elmúlt percek alatt egy valamit biztosan sikerült megállapítania, nem értenek a varázsláshoz. Vannak különös módon működő, tüzetokádó fegyvereik, de ez nem mágia. Lilith egy új szóval, egy új fogalommal ismerkedett meg, ami így hangzott technika. A Stokbauer határozottan elnyerte a tetszését, érezte, hogy élőlény, eldöntötte magában, hogy az első adandó alkalommal szeretkezni fog vele. Minden élőlényjel lehet szeretkezni. Holecska úgy állapodott meg Kervin ezredessel, hogy megpróbál átkelni a tavon. Kervin leadott egy nagy frekvenciás jelsorozatot, a halcászati tiszt bemérte az adó irányát, távolságát, ez utóbbival kapcsolatban a számítógép olyan adattal hozakodott elő, hogy nem lehet több másfél kilométernél. A szlovák hümmögve nézte a tó felett megülő, bűzlő ködöt, jó szerivel az orráig sem látott, egy-két kivételtől eltekintve a műszerek csődöt mondtak. Vízre szállunk, uram! tudakolta tőle Mark. Az újságíró szélesen vigyorgott, szinte kicserélték, amióta összetalálkoztak Tesszel. Hajó nélkül, rázta a fejét Holecska. A hangradar szerint ezen a szakaszon egészen a túlpartig, melmagasságnál sehol sem magasabb a vízszint, de ha a jóisten megjelenik nekem, és térden állva könyörög, akkor sem vagyok hajlandó belegázolni ebbe a trutymóba. Lilit természetesen mindent hallott. Tovább haladtak a parton, a ködből hamarosan kibontakozott a karcsú gondola és a csontváz révész alakja. Tesz, maga meghozta a szerencsénket, lelkesedett a szlovák. A csuklóinál megbilincselt, félájult igazi teszt lefektették egy oszlop tövében, és tanakodni kezdtek, mit évők legyenek. Most, hogy tesz Gordon épp bőrrel, egy karcolás nélkül előkerült, Holecska nem akart fölöslegesen kockáztatni, s fegyvert használni a pandemónium kellős közepén, nehogy felébresze a démonokat, akik Tess szerint a palotában aludtak. Szüntelen faggatták a lányt, hogy mesélj el menekülésének, palmira elfogásának történetét, de ő pattanásig feszítette mindenkinek az idegeit az olyan bejelentéseivel, hogy küzdelemre kényszerítettek minket, amelyben én győztem, de többet csak Johnnak mondhatok. Markék feladták a meddő küzdelmet, nem feszegették tovább a dolgot. Tesz komoly traumán eshetett át, érthető okoknál fogva nem szívesen beszélt az élményeiről, vélekedett az újságíró. Folyton a lány körül lábat s be nem állt a szája. Lilith rettenetesen unta a férfit, de nem tehetett ellene semmit. Ha némává teszi, vagy egyetlen szempillantással meggyilkolja, akkor lebuktatja magát, ezért inkább hallgatta a szóáradatot, még mosolygott is hozzá. Jessica azt mondta, hogy olvasta az összes könyvemet, amiket persze még meg sem írtam, mondta a csillogó szemű Mark Lilith fülét puszígatva. Na, mit szólsz hozzá? Na hát ez a Jessica, villant Lili tekintete. De ne hidd azt, hogy olyan könnyű életed lesz, drágám. Bármikor megtámadhat egy különös betegség, például rohadni kezd a véred, leprás leszel, esetleg új nyivastag zsíros kukacok kezdenek tekeregni az agyadban, kimásznak a füleden, beesnek a gallérod mögé, s mindez egy röpke pillanat alatt, mintha csak csettintenék az ujjammal. Lilith csettintett és felkacagott, semmi különös nem történt. Mark döbbent az kifejezéssel nézett rá. Szegénykém, mennyit szenvedhettél, hogy ilyen sületlenségeket beszélsz? A pokoli révész kinyújtotta csontkezét, mozdulatlanul állt, kérte a fizetséget. Jakta megelégelte a dolgot. Óvatosan megközelítette a gondolát, a csőre töltött, kibiztosított kalasnyikovot átvette a bal kezébe, Derék lehakasztott leakasztott egy 300 éves jugoszláv gyártmányú repeszgránátot, fogával kirántotta a biztosítószeget, és a gyilkot belepottyantotta a csontenyérbe. Persze, haver, persze! Hátrálni kezdett, kiköpte a biztosítószeget, szeget, felkapcsolta a páncéját vakító fény villant, döbbenetes detonáció hallatszott, a gránát felrobbant. Parányi csondarabkák, ruhafoszlány záporozott minden irányba, a repeszdarabok felfodrozták a tisztátalanság tavának felszínét, a révészből csak a habokon ringatózó karó maradt meg. Jakta begázolt a térdigérő vízbe, és boldogan felmutatta. A csónak előállt! Olecska mérges volt, de nem mutatta, rendületlenül nézte a műszereit, Lilith démonjai továbbra sem mozdultak. Átkelünk a tavon, a túlparton Kervin vár minket. Tesz összekuporodott a szagot árasztó deszkákon, felhúzta a térdét, leszorította az állát, s úgy rezzent össze minden apró zajra, mint egy anyját vesztett kismacska. Szemében állati riadalom fénye égett, véresre harabdált, néma ajkairól állandó nyöszörgés áradt, a körülötte állók látva a szakadatlan szenvedését már-már már megsajnálták, holott mindegyikük pokolba kívánta Anguis nőjét. Legszívesebben a parton lelőtték volna, Mark például képtelen volt felfogni, hogy miért szipelik magukkal, ahelyett, hogy keresztül lőnék, mint valami veszett kutyát hogy nyomatékot adjon szavainak, ismételten rúgdosni kezdte a szíriai nőt, a csónak vészes billegésbe kezdett, hol ecskor a férfira. – Micsoda egy rohadt szadista állat maga, Wilson! Üljön le, mielőtt belepofozom a vízbe! Majd Kervin eldönti, hogy mi legyen a csaj sorsa. Én sem látom őt szívesen, de gyilkosok nem vagyunk. Üljön le! Mark kipirult arccal, liegve foglalt helyet, magához húzta az energiavetőjét. Kinyírom a rohadt kurvát, magyarázta a csónak orrában álló Lilitnek. A démon királynő elismerő pillantással nyugtázta a hallottakat. Na rajta! Tesz, maga meg ne tegye a mérgelődött a szlovák, aki az igazi tesz tarkója alá nyúlt, megtámasztotta a fejét és megitatta a kulacsából, meglepően emberségesen viselkedett. A fogoly hálás pillantással jutalmazta a jó cselekedetet. Tesz azt remélve, hogy a férfi olvasni tud a néma hajkáról, élni próbált ezzel a lehetőséggel, de a nő démon ezt a képességét is elvette, a szüntelen zsibbadástól jóformán inni sem tudott, a víz lecsordult az állán, és átáztatta a köpenyt, amivel letakarták a messzelen testét. Lilit viszont nem vetett gátat a gondolatainak, s ez rosszabb volt mindennél, hiszen ha a lány öntudatlan lenne, könnyebben elviselni a szenvedést, de így a csónakban töltött minden egyes perc egy eleven tördöfés volt a szívében. Lilit beül az időgépbe, és tesz Gordonként él tovább a 23. században. Teszt pillanatok választották el az őrülettől, amikor arra gondolt, hogy mi lesz a sorsa, a rettegés áthatotta minden porcikáját. Miért nem veszik észre a csalást, pszichoszondáik miért nem jelzik, hogy valami baj van, valami nagyon undorító dolog történt. Édes Istenem, mi fog történni velem, lehet, hogy megölnek? Nem, nem hallhatok meg, hiszen szülni fogok egy kislányt. De jaj, mi lesz, ha mindez csak a katedrális és William Sager egy újabb körmönfont hazugsága? Jessica nem az én lányom, és én itt fogok elpusztulni az ókorban, ezen a pokoli helyen? Elkár Elkárhozok, mint Michel? Tesz rúgkapálni kezdett, megpróbálta eltépni a bilincseit, persze erőlködése hasztalan, meddő küzdelemnek bizonyult. Holecska lefogta, visszanyomta a deszkára. Dobjuk be a vízbe, javasolta a nyughatatlan Mark, aztán pillantása a karóra tévedt, amivel a holland hajtotta, lökte előre a csónakot, és rádöbbent, hogy mekkora ostobaságot mondott. A tisztátalanság tava ezen a ponton legfejebb, ha csípőig ért. Zsíros, szürke ködben siklottak előre, a látótávolság nem volt nagyobb két csónak csónakhoznál, a tó felszínére telepedő mérhetetlenül nagy csend mindennél nyomasztóbbnak tűnt. Mikor érünk át? Tudakolta a jakta. Harminc, harmincöt perc, nézett az órájára Holecska. Ha elfáradt, Vild, adját Aulusnak. Még bírom, hallatszott hátulról. Aulus a parancsnokkal szemközti padon húzódott meg, szemében oldhatatlan tűz égett, Arca szinte sugárzott, semmi kétség, szép csendesen megőrült, amióta leereszkedett a rettegés kürtőjén. Lét nyomban felismerte benne a tűzmágust, aki a cirkusz Maximusban le akarta szúrni a szent láncsával. Ellenállhatatlan kényszert érzett, hogy megölje a férfit, de uralkodott az ösztönei felett, óriási hiba lenne időnek előtte felfedni kilétét. Majd Los Angelesben. Az istentelenség, a dekadencia, a pervez ölelkezések szentségtelen városában, majd Amerikában, ami sokkal tökéletesebb, mint a túlvilág. A hajóban utazók agyában, csapongó gondolataiban, emlékeiben kutakodva rábukkant valami hallatlanul érdekesre, amit a fejvadász tudatából olvasott ki: Amerika. Mikor fejezzük be az emberi háborút? Bazd meg magad az atombombáddal! Nem vagyok jól, ne zavarj! Nem írom meg versem, míg eszemnél vagyok. Amerika, mikor leszel már angyali? Mikor veszed le ruháidat? Mikor nézed meg magad a síron keresztül? Ellen Ginsberg, Amerika, részlet, Örsi István fordítása Lilitnek tetszett a vers, s tetszett Amerika. Imádni fogom, mosolygott jaktára. A fejvadász nem értette, miért mondja ezt a lány, válaszképpen hümmögött valamit. Ólomlábon lábon a percek, a csónak padlóján nyöszörgőt ez Gordon imádkozni kezdett szép Helénához. Lilit tartott szép Helénától, akinek egyre erősebben érezte jelenlétét, ez némiképpen felborította a terveit, mégsem lesz olyan könnyű dolga, mint eleinte hitte. Lassan felsejlett előttük a part vonala, és a nődémon megkezdte az előkészületeket a varázsló nő megtévesztésére. Amikor Tess Gordon tudatvédelmét áttörve kieszelte, hogy a lány helyett ő fog visszatérni a 23. századba, Legelőször az jutott eszébe, hogy valamilyen rafinált módon félre kell vezetnie szép Helénát, különben dugába dől a terve, sőt, az élete is veszélybe kerülhet, hiszen a Kervinnek nevezett férfi a pandemóniumba hozta a Longinus lányzsát, és Helénánál ott van a medálion, amelynek még a látványától is iszonyodott. Előbb innak Krisztus véréből, minthogy kézbe fogja, megtapintsa az égszert. Helyzetét roppant módon megnehezítette, hogy a fekete emberek magában így emlegette őket, ismerték a pecsét titkát, ez nagy meglepetést okozott számára. Tesz elmélyére még homály borult ebben a kérdésben, de azok a halandók, akik itt vannak vele egy csónakban, már tudták, hogy a satornéz szög egy fohász az őrzők kollektív tudatához. Mindezek okán áldotta az eszét, hogy nem ölte meg Tess Gordont. Csak is önnön hiúságának következtében döntött úgy, hogy életben hagyja, mert látni akarta a lány szenvedését, pokoli kínját, amikor szeme láttára magához öleli azt a férfit, akit szerelemmel szeret, és azt a lányt, aki húsa a húsából, vér a véréből. Csak is ezért változtatta palmirává, nem másért, de ebben a megváltozott helyzetben még hasznára is lehet, hiszen a fekete emberekben tomboló palmira iránt érzett gyűlölet tompává teheti a varázslónő kifinomult elméjét, és megzavarhatja őt a koncentrációban. Márpedig Simon kurvájának, Lilith már a gondolataiban is az angol megfelelőjét használta a latin lupa szónak, nagyon kell koncentrálnia, ha észre akarja venni, hogy mágikus testeket lát. A lehető legerősebb tudatvédelemmel fedezte elméjét, és testére rámondott egy leplező varást. Ugyanezt tette Tesszel, majd enyhített a mentális békjóin, hogy a lány pánik hangulata még inkább befolyásolja a környezet emocionális rezgéseit, megpróbált természetesen viselkedni, ahogyan tesz viselkedne ebben a helyzetben, ennek okán, amikor meglátta a partot és a köttakaró mögül kibontakozó emberi alakokat, elbőgte magát. Utoljára akkor sírt, amikor elhagyta az édent. Valamit ki kell okoskodnom, hogy Helena, akiről már tudta, hogy Sheila Joynernek hívják, ne jöjjön a közelébe, s ami a legfontosabb, ne érintse meg. Kereste a megoldást, megérintette jaktát, beatolt a férfi elméjébe. A fejvadász félreértette a mozdulatot, közelebb húzódott hozzá, hátulról átkarolta és gyengéden megcsókolta a nyakát. Az első pillanattól kezdve kívánta ezt. Nem érdekelte, hogy Kervin esetleg megláthatja őket. Mark tátott szájjal, döbbenten merett rájuk. Mi a fene van tesszel? Lilit játszott jaktával. Fejét hátrahajtotta, felnyúlt, a férfi nyaka köré fonta a karját, teste meghajolt, mint a nád. Jakta meg akarta csókolni, de a királynő megtudta, amit akart, és elvonta ajkát, kibontakozott a fura ölelésből. A megoldás a kondicionálás, ami minden betegségtől, mérgezéstől, fáradtságtól megvéd. S a nem kondicionált. A part csupán karnyújtásnyira volt, a piszkos szürke karó egy csapásra eloszlott, tovalibbent. A homok a parton hatan álltak, legelő egy magas, atletikus testalkatú férfi, az övében kard, Lilith felismerte benne azt a mágust, aki megmentette a cirkusz Maximusban Aulus bosszújától. John Michael Kervin A démon királynő kiugrott a csónakból, és a térdig élő mocsokban gázolni kezdett a férfi felé. Kervin eléje sietett, egy pillanattal később egymás karjába omlottak. Lilit keservesen zokogott, Kervin lecsókolta arcáról a könnyeket, átölelte, sringatni kezdte karjában a szerelmét, Lendő gyermekeinek anyját. hajka megtalálta a lányét, de ő elfordította az arcát. Valami bajom van, John! Nyöszörötte elkeseredetten. Azt hiszem, leprás vagyok. Kervin a döbbenet élő szobrává változott. Meg fogsz gyógyulni. Ne, kérlek, ne ér hozzám. Megvéd a kondicionálásom. Simította a könyvtölázott alcot Kervin, és megcsókolta a lányt, akit tesz Gordonnak hit akit mindenki palmirának vélt, mindezt végignézte a csónakból, s majdnem megszakadt a szíve. Egy szőkelány gázolt a vízbe. Tesz felismerte benne az egykori Mariont. Ő lesz a lányom. Istenem, felfedte a titkát John előtt. Elkeseredett élet halálharcba kezdett a csónakban. Veszett módon rúg kapát mindkét lábával, a fogait használta, próbálta megharapni az embereket, hánykolódott, ide-oda dobálta magát, két ember kellett hozzá, hogy végre lefogják. Lilt megpördült. Jessica nem így képzelt el a találkozást a húsz éves anyjával. Tess jóformán rá sem nézett, hanem visszaszaladt a csónakhoz, s hajánál fogva kicibálta belőle palmirát. – Gyere csak, te ribanc! Kervinék döbbenten nézték a jelenetet. Lét a part felé rángatta a palmirává változtatott teszt, közben éles hangon kiáltozott, hogy vigyázzatok, elkapta tőlem. A szíriai nő arcát iszonyú kelések borították, a gennyes sebek sárgán fénylettek a parton álló kandaláberek fényében, aki látta, hátra hőkölt. Aki nem kondicionált, tűnjön el innen, harsogta a Kervin. Galland taszította a medaljonját Markolászó Helénát, Mark értetlenkedve forgolódott a térdig élő vízben. – Mi van? – Holecska azonnal kapcsolt. – Mozgás kifelé a patra, Wilson! – Hozzáért teszhez? – Mozgás kifelé! A helyzet kaotikussá vált. Mivel a kondicionáltak sem merték érinteni a megfékezhetetlennek tűnő palmirát, ezért Henz egyszerűen rátaposott a nyakára, Wild pedig az egyik vállára lépett rá, a hátra bilincselt kezű nőt köhögő rohan fogta el, lassan feladta a meddő küzdelmet. Galland elrángatta a közelükből Markot és Auluszt, s összeterelte őket Helénával. A varázslónő értetlenkedve állt a történtek előtt, mindössze annyit sejtett, hogy tesz valami szörnyű betegségben, szenvedhet, és ezt Palmira is elkapta tőle. Nini, Palmira. Jakta szintén mentes volt a kondicionálástól, de őt nem lehetett egykönnyen terelgetni, vagy magától ment valahova, vagy sehogy. Amikor Holecska kiabálni kezdett vele, csak a vállát vonogatta, Henznek kellett ráförmednie, hogy legalább lépjen hátra, ha nem akar megdögleni. Palmira megtaposva nyöszörgött a földön, szemében ismét ott csillogott az állati riadalom, energiafegyverek szegeződtek rá. Az arcát borító gennyeskelések eltakarták a tetoválásokat. Hens a Stockbauer csövével hajtotta szét a nő köpenyét, a sebek a keblét is elborították. Ez egyszerűen képtelenség, hitetlenkedett Holecska. Pár perccel ezelőtt még semmi sem látszott rajta. Lilit felmutatta a kezét, Kervin kivételével mindenki hátra hőkölt, amikor látták, hogy gencsillog az ujjain. Rajtam sem, nyeldekelt Lilit. Miért nem szólt erről, förmett rá a harcászati tiszt. Híres volt legendás nyugalmáról, de most egyik pillanatról a másikra elveszítette az önkontrollját, senki sem próbálta csitítgatni az emberei közül. A kurva életbe! Hogy tehetett ki minket ekkora veszélynek? Mert nem tudhattam előre, sikított a Lilit. Galland, üvöltöttek Ervin, a német futva érkezett. Végezzel tesz virológiai alapkondicionálását, védje meg az immunrendszerét, nem érdekel, milyen áron, de fékezze meg ezt a folyamatot. A kondicionálatlanokat nem akarom meglátni tesz közelében, ha a pandemóniumból felviszünk egy vírust a 23. századba, és ott mutálódik, elterjed, mire megfékezzük, kipusztulhat az emberiség. Jessica odatérdelt térdelt mellé. Szia, anyu! Szia, kicsim! Most inkább ne adj puszit! Palmira felnyögött a homokban, próbált Jessica felé mozdulni, a szőke lány tüstént odébb húzódott. Megmentette őt Pompeiben, mert ennek így kellett történnie, de Palmira ideje lejárt, sorsa beteljesedett, Jessica undorodott tőle. Hangtalan zokogás rázta a szíriai nővállát, Kervin döbbent emberet Palmira hajára, ami az elmúlt percek alatt foltokban megőszült. Egy időben elképzelhetetlennek tartotta, hogy ez a kegyetlen teremtés ennyire rettegjen és féltse a nyomorult életét. Nem ilyennek ismerték meg Pompei óta. Ezzel mi legyen? kérdezte Galland. Kondicionáljam őt is? Fölösleges őrmester, válaszolta Kervin. Ha nem haldokolna, már régen megöltem volna. Ne foglalkozzon vele, hadd szenvedjen, megérdemli. Helena a tíz áldogált tőlük. Nem vettek észre semmi furcsát rajta? tudakolt a Marktól. Nem vagyok orvos, mit tudom én, hogy milyen kibaszott vírusok tanyáznak idelent. lent. Ráadásul hozzáértem teszhez, még puszilgattam is. Mark tapogatni kezdte a kezét, az arcát. Nem lát rajtam semmi elváltozást? Úgy értem, Tesz viselkedésében. Maga sem viselkedne másképpen, ha napokat kellene eltöltenie idelent, fortyogott marka testét vizsgálgatva. Retteget attól a gondolattól, hogy elkapott valamilyen betegséget, amiről még fogalma sincs a 23. századi orvostudománynak. Vagy már nincs. Biztos így van, nem tudom, motyogott Heléna. Valami nagyon nem tetszett neki, rettenetesen zavarta. Valami bűzik Dániában, jutottak eszébe a Hamlet halhatatlan sorai, mi alatt tekintete ide-oda ugrált tesz és a homokba letepert palmira között. Mindkét nő elméjét erős tudatvédelem leplezte, s akkora ellenállást fejtettek ki, hogy valósággal beleszédült, ahogy megérintette őket. Tudata úgy pattant le róluk, mint gumilabda a betonfalról, az agyában keletkezett zsibbadás elszédítette, mintha egy korsó erős fallernusit ivott volna, s most érződne a hatás. A démon királynő csinálhatott valamit tesz tudatával, mert ez nem az általam aktivizált mentális védelem, állapította meg. Idegesen toporgott, egyik lábáról a másikra állt a bokáig süppedő homokban. Lehúny szemmel koncentrált, de a palmira elméjéből szinte kézzel foghatóan áradó gyűlölet, elkeseredés, szenvedés és düh szétzilált a gondolatait. Később azt érezte, hogy a szíriai nő üzenni próbál neki, de a szerencsétlen teremtés képtelen volt összpontosítani gondolatait, s negatív emócióval épp ellenkező hatást váltott ki, és Sheila Joyner a 24. századi Detroitból visszavonulót fújt. Elgyengülve ült le egy terjedelmes kőre, halántékán izzadságcseppek gördültek lefelé, arca kipirult, légzése szaporává változott, rettenetesen megerőltette magát, mégsem jutott semmire. Mark elugrott a közeléből, azt hitte, a nő elkapta a fertőzést. A virológiai alapkondicionálás átvette az immunrendszer szerepét, s láthatóan megfékezte a rohamosan terjedő folyamatot. Tess már is jobban érezte magát, míg palmira szabályosan haldoklott. Elléptek tőle, már le sem kellett fogniuk. Lilith hatalmas sikerként könyvelt el az elmúlt percek történéseit. Kiiktatta a varázslónőt, pánik hangulatot gerjesztett, amely a fekete emberek vezetői zavarhatja az objektív helyzet megítélésben, s fájdalmat, igazi lelki fájdalmat okozhatott tesznek. Lenyűgözte John Michael Kervin személyisége, a tudatából áradó mentális erő nagysága, kimért mozdulatai, hangjának észes Ramses halála óta nem találkozott ilyen erős egyéniséggel a halandók világában. Szeretlek, mondta a férfinak. Kervin letérdelt elé a homokba, átölelte, magához szorította. Lilit kisvártatva kibontakozott az ölelésből, és beszélni kezdett, megbabonázta a körülötte állókat, az intervenciósok mézédes borként itták minden egyes szavát. Mindent el fogok mondani, de részletes beszámolóra most nincs idő, tüstén távoznunk kell innen. Amikor Lilit megneszelte, hogy Longinus lángyája és a medálion egyszerre közeleg, maga köré gyűjtötte leghűségesebb szolgálóit, és elhagyta ezt a létsíkot. A mágikus kapuk bezárultak, s évszázadokig nem fognak felnyílni, ebben biztosak lehetünk, ezt egy Oresztész nevű férfitól tudom, akivel idelent találkoztam. Horasztész rendes volt hozzám, és kaptam tőle egy utolsó lehetőséget. Azt mondta, ha helytállok a próbán, akkor elenged. Meg kellett küzdenem Palmirával, s ha legyőzöm, szabadon távozhatok. Lilith elbőgte magát. Megmondtam Michelnek, hogy kinyírom a csajt, ha van terem a mozgásra. Most nem egy állvány tetején kellett küzdenünk. Lilith keservesen zokogott. Holecska barátságosan megveregette a vállát. Kervin felsóhajtott, amit hallott, óriási megkönnyebbüléssel töltötte el. Lilit ugyan megszökött előlük, egész végig ebben reménykedett, ők visszatérhetnek, színvallásra kényszeríthetik William Szagert, aki továbbra is rendületlenül őrizte titkait. De már nem sokáig. A démon királynő elhagyta az emberiség világát, Visszatakarodott a sötétségbe, s az őrzők lepecsételik a kapukat, hogy soha többé ne jöhessen vissza. A döntés Kervin kezében, a második intervenciós csoport parancsnokájában volt, de ő megerősítésre várva mégis odafordult Henszhez, aki lejött utána, hogy segítségére legyen. Magának kell meghoznia a végső döntést, Excellenciás Uram! Hans pillanatig sem habozott, ha ennek a történetnek lesz folytatása, már nem ők lesznek a főszereplők. Haladéktalanul elhagyjuk az ókort, erre az iszonyú helyre pedig termonukleáris csapást mérünk, legyen ez a személyes búcsunk Rómától. A többi legyen a katedrális és a bíboros problémája. A döntés egyöntetű sikert aratott. Hőd meg, John! mutatott Lilit a félájult palmirára. Abban bízott, hogy Kervin magától megteszi, mert nem akart mentális befolyásolással élni Helén a közelsége miatt. De a varázslónő csak addig lesz veszélyes ellenfél, amíg valamilyen úton módon meg nem öli. Eldöntötte magában, hogy az első adandó alkalommal ezt a lehető legborzalmasabb módon meg fogja tenni, a Joyner ezerszer jobban fog szenvedni, mint Michelle. Kervin a szamuráj kard markolatára csúsztatta a kezét, de a penge a tokiában maradt. A férfi meggondolta magát. Nem érdemel ekkora szánalmat. Magához intette gallandot, összesúgott vele, a német komor arca bólintott, és teljesítette a parancsot. Levették a bilincset palmira egyik csuklójáról, s a nőt elhúzták a csónakig. Egy erősnek látszó, vastag részkarika csüngött a magasba ívelő hajó or alatt. Galland leellenőrizte, s úgy találta, hogy a legyengült palmira nem tudja majd kirángatni a vaskos gerendából. Oda bilincselte a bal kezét. A szíriai nő egy elkeseredett pillantást küldött Helena felé, de a varázslónő oda sem nézett. Tesz Gordon elveszítette az eszméletét, amikor percekkel később magához tért, egyedül találta magát a pandemóniumban. Egy alig 30 cm hosszú, csuklóvastagságú, hengerszerű tárgy feküdt előtte a homokban. Még soha életében nem látott ilyen szerkezetet, de azonnal tudta, hogy mit helyeztek a lába elé, kiverte a hidegveríték. Tehetsz nekünk egy szívességet az atombombáddal, Amerika Szentséges Isten, lefelé jövet megszámolták, hogy mennyi lépcsőfokból áll? Fordult Marka lehajtott fejjel mögötte bandukoló Helénához, de a varázslónő annyira magába gubódzott, hogy föl sem figyelt a kérdésre. A férfi rá egy rántással megigazította vállán az energiafegyverét. Tovább ment. Bolond ez a csaj, Helén át automatikusan vitték előre a lábai, nézte ugyan a nyálkával borított lépcsőfokokat, de egyáltalán nem látta azokat, gondolatai teljesen máshol jártak, szinte csak a teste volt jelen a felvilágra vezető lépcsősoron. Egyfolytában az elmúlt percek történésein lamentált, rettenetesen bosszantotta, hogy lít ennyire kiszúrt vele. Amióta elindultak felfelé, ezen rágódott, nem hagyta nyugodni a dolog. Valamilyen betegséget plántált teszbe, erre gondolnom kellett volna, ha bár a cirkusz Maximus előtt mindenre számítottunk, csak arra nem, hogy elragadja magával, most meg levédi a tudatát, mintha tőlünk kellene félteni. Vagy tőlem? Ez nekem nagyon nem tetszik. Hogy mi? Nézett vissza Mark a válla felett. Csak hangosan gondolkodom, rezzent össze Helena. Felnézett. Kervin és Tess haladtak a csoport élén, a férfi átkarolta a lány vállát és beszélgettek. Mögöttük Jessica haladt jaktával, aztán Hens és Szergi következtek, majd a Holland és Holecska. Mark is szuszakolt az orra előtt, Aulus és Galland valahol a háta mögött lehettek. Tesz vidámnak látszott a különös betegség nyomai, ez valami mágikus bűbáj, állapította meg magában a varázslőnő, már alig látszottak az arcán, a virológiai kondicionálás tíz perc alatt csodát tett, hadrendbe állt a biológia vagy a teremtő, adta természetes immunrendszer helyett, s minden vírust kiírtott a szervezetből, ami csak zavart okozhat. Helena ezt nem volt hajlandó tudomásul venni. Látott már ilyen keléseket egy görögnő arcán, s az a nő sokkal inkább a fekete mágia áldozata volt, mint holmi vírusoké. Nem gyógyíthatta meg semmilyen kondicionálás. Ez a nő nem tesz. Ez a nő nem tesz? Mark elhatározta, hogy nem fog visszafordulni, akármit is makoga mögötte csoszogó bolondos nő, viszont erre a kijelentésére önkéntelenül hátrafordult. De mielőtt bármit mondhatott, vagy kérdezhetett volna, Helén a gyorsan betapasztotta a száját. Megtorpantak a lépcsőn, Haulusz kis hián beléjük között. Helén a pillantása megtalálta a markét. Szabad kezével előhúzta a medaliont a tunikája alól, fejét átbújtatta a láncon, és az értetlenkedve pislogó férfi kezébe nyomta a lilt űző ékszert. Összesimította Mark ujjait, ráfogott az öklére. Paulus egy római dalocskát dúdolva megkerülte őket. Figyeljen, Mark, szeretném megkérni valami nagyon fontosra, suttogta a nő, óvatosan elvette a kezét a férfi szájáról. Most előre megyek, és ha kiáltok, akkor dobja oda nekem az ékszert. Így fogja marokra, és dobja oda. Ne féljen, el fogom kapni, ebben biztos lehet. Mark furcsa arcot vágva nézett rá, Elhiszi, hogy különleges képességeim vannak? Szegezte neki a kérdést Heléna. Van valami! Figyeljen ide, ez a nő nem tesz! Maga megbolondult! Nézze, nem vagyok biztos a dologban, de mi van akkor, ha mégis igazam van? He? Akkor mi van, Mark? Most szépen előre megyek, ha van fertőzés, ha nincs, és nézze meg, hogyan fog viselkedni tesz. Azért hagyom itt a medalliont magánál, mert ha magammal vinném, abban a pillanatban kiszúrná, hogy előre jövök hátulról, így viszont észrevétlenül a közelébe tudok jutni. Öt-hat lépésen belül látni fogom az auráját, ha leplezi, ha nem. Tudom, hogy bolondnak tart, de szerintem ez a nő, ha itt mi tesz Gordonnak, hiszünk, egy démon. Kérem, Mark, segítsen nekem, ha tévednék, majd együtt rögünk a saját hülyeségemen, ha ez kielégíti. Segít nekem? Galland megállt mögöttük. Ne áldogáljanak itt, mint egy sóbálvány, ha az ezredes tíz perc múlva élesíti a töltetet. Helena belékarolt Markba, együtt mentek tovább. Segít nekem? Mark Wilson, amerikai újságíró, a Novus Ordo Seclorum teljes jogú polgára egy hónappal ezelőtt még halára röhögte volna magát szép helénán. Alias Sheila Joyneren, a nos teljes jogú polgárán. De az a Mark, aki egy hónapja tartózkodott az ókorban, és józanul mindig hitt az angyalokban, már nem tette ezt. Tisztán látta maga előtt a jelenetet, amikor tesz nyűsgő férgekről és rothadó vérről beszélt neki a gyötrelem oszlopcsarnokában. Mennyire elcsodálkozott akkor? Az az ölelkezés jaktával. Azt gondolja, hogy ez a nő valójában nem más, mint... Nem mondta ki, hogy kicsoda, nem merte kimondani. Istenem, ad, hogy Helénának ne legyen igaza. Azt, felelte a varázslónő. De akkor hol van tesz? Ssss, egy szót se többet. Heléna előkotort egy rúna jelekkel díszített korbácsot a táskája mélyéről, és összetekerve a tunikája övébe tűzte. Három újabb gyűrűt húzott ujjaira, egy sárga szalaggal hátra kötötte hátközépig érő, bronzvörös haját, lekapcsolta a köpenyét, és a táskával együtt átadta Marknak. Lenne vegye rólam a szemét, ha a nevét kiáltom, dobja a medáliont, susogta izgatottan. Biztos, hogy el fogja kapni? Biztos. Nem csak azért repül a kezembe, mert maga egy kiváló dobó. És mi lesz, ha mégis igaza van? Rémüldözött a férfi. Akkor nagyon nagy szarban vagyunk, suttogta a varázslónő. Magára hagyta Markot, utolérte, megkerülte Auluszt, aztán szapora léptekkel megindult Robert van der nyomában. Mark felnézett Kervinékre, a férfi a leendő feleségével és kettejük 2308-ig még meg nem születő lányával beszélgetett. Lehetséges? Hú, bazd meg! Menjen gyorsabban! Szóltak rá hátulról. Magára hagyták a pokolban. Már nem sírt, megadta magát sorsának. Már a bilincsét sem rángatta, csak térdelt a hideg homokban, és a bűzösen kavargó ködöt nézte. Nem tudta, mennyi időt elhetett el, amióta magához rántotta a jótékony ájulás, arról sem tudott fogalmat alkotni, hogy mióta térdel a homokban, egyszerűen kikapcsolt a tudata, ehhez a kegyetlen élethez csak szapora, kapkodó légzése kötötte. Tüdeje működött, keble felle emelkedett, szíve dobbant, mint egy lékkalapács. Spumpálta ereibe a vért, de minden más meghalt benne. Legutoljára a remény. Pillantása a homokban támaszkodó kezére tévedt, amiről eltűntek a gennyes sebek, jól látta a közelben hatalmasodó kandaláber fényénél. Odébb csúszott a térdén, amíg engedte a bilincs, és lassan, nagyon lassan megnézte magát a tisztátalanság tavának tükrében, a saját arca nézett vissza rá. Véget ért a varázs. John! mondta a tükörkép. Hosszú órák óta néma ajkát végre elhagyta egy véget nem érő sikoly, ami hosszan visszhangzott a mocsok tava felett, majd elhalt valahol a kikutathatatlan sötétségben, kétezer évre az otthonától, egy ókori város füstölgő romjai alatt. A szeretett férfi nevét üvöltötte, újra rángatni kezdte a bilincsét, de erőtlen próbálkozása nem vezetett eredményre. Körülöttek Ervin nevétől visszhangzott a mindenség, a lány mégis magányos maradt, élőhalottá vált, mint palmira láncon függő gyilkosai. Az ő lánca egy bilincs, ez kötözi az enyészethez semmi más. Helena miért nem vette észre? Tudta, hogy meg fog halni. Jessica biztos, hogy nem az ő lánya, Szegénykém csak hiszi ezt. Nem hazudott Marknak, s valószínűleg nem hazudott Johnnak sem, egyszerűen azt hiszi, hogy az ő anyját ez Gordonnak hívják. Holott az ő neve Lilith. Nem! Semmi. Kövérkönycseppek gördültek le az arcán, csapzott haja az arcába lógott, még egy utolsó rántás a bilincsen. Semmi, semmi, semmi. Tesz feltápázkodott, letörölte könnyeit, és szomorúan fürkészte gigantikus méretű kriptáját, amelyben élve eltemették. A megtévesztett emberek már messze jártak, s elvitték magukkal az utolsó esélyt. Két lépésnyire tőle éles, átható sípolás jelezte, hogy az atontöltetet élesítették. Tesz nem láthatta a számlálót, fogalma sem volt róla, hogy mennyi ideje lehet hátra. Legalább gyors halálom lesz. Nem, nem adom fel ilyen könnyen. Lovagló állásba ereszkedett, tüdejéből az utolsó leheletig kipréselte a levegőt. Los Angeles Poklának rettenthetetlen bajnoka, a mindenki által zajosan ünnepelt, fizetett utcai verekedő, Lee Inget, a retteget bérgyékos nőt egyetlen ütéssel leterítő harcos a meditációja által a végtelen nyugalmat, s békét sugázó transzentenciába menekült, hogy megérintse egy ninja mester tudatát. Ám muszasi tanítványa messze járt. Tesz az órán lélegezve megtöltötte tüdejét, és az éltető oxigén átjárta a vérét, energiával töltötte el. Kilélegzett, belélegzett, ismételte szüntelen, a reményel karöltve keringőzött az utolsó esély dallamára. A köldöke alatt két újnyira található tantien pontra koncentrálva összpontosította a belső energiákat, kirekeztette a külvilágot, tudata számára lényegtelenné vált a tisztátalanság tavának csobogása, a kandaláberrőtel lobogó lángja, a homok érintése a talpa alatt, s a bilincs szorítása a csuklóján. Minden érzet, minden inger immanens tapasztalattá változott, s a lány a transzcendenciába lépve maga mögött hagyta e megtapasztalható világ összes létező fájdalmát, s kűresedett, megtisztult, mint az euharisztia kelyhe. Csak egyetlen gondolat számított, semmi más. John, gyere vissza, értem, s a ninja megtorpant a nyolcvan emeletnyi mélység szélén. Négyen tartózkodtak a pandemóniumban, akik abban a minutumban megérezték, hogy baj van, ezek közül csak kettő volt emberi lény. Kervin megmerevedett, Tess Gordon üzent neki, látta is a megbilincselt lányt. Iszonyú felismerés hasított belé, palmira. Lilit egy borzalmas sikolyt hallatott, kudarc. Gelál pedig felnyitotta rettenetes szemét, bukás. Elén a tudatát csak súrolta az üzenet, de ez nagyobb bizonyosság volt számára, mintha lángoló betűk íródnának elé a levegőben. Sikerült észrevétlenül megközelíteni az előhaladókat közte és az éjszaka nagyasszonya között csupán Thomas Stanley jakta, és az egyetlen lehetőség állt. Mark! Lilithet még mindig bénította a döbbenet, csak akkor észlelte a varázslónő közelségét, amikor az Mark nevét sikoltotta. Megpördült, s ekkor jakta meglátta az arcát, ami leginkább egy olvadozni készülő papírhoz hasonlított. Az újságíró elhajította a medáliont, s az égszer belecsattant Helén a tenyerébe. – Ez nem tesz! – üvöltötte a varázslónő. Jakta emelte a géppisztolyát, Kervin félrelőtte a bénultan álló lányát, és kirántotta a kardját, Lilit visított, a korbás lecsapott. Állati bömbölés söpört végig a kürtő hosszában, ahogy Lilit visszatámadott. A kápolnától a tisztátalanság taváig meglobbantak a fákják, a végtelenség lépcsősora omladozni kezdett a lábuk alatt, az idő a másodpercek megfagyott folyamává változott, s megtorpant a valóság folyóágyában. A démon letaszította Helénát a mélységbe, s mielőtt bárki kiálthatott, támadhatott, pillanthatott volna, ezernyi feketén csillogó denevérre robbantotta szét a testét. A szörnyetegek körülöttük keringtek, majd lezúdultak a mélybe. Helénában olyan ösztönök, képességek működtek, amelyek lehetővé tették, hogy tudása, lehetőségei révén kiemelkedjen tízmilliárd ember sokaságából, s tanúbizonyságot tegyen az aranykor emberének végtelen erejéről. S nem létezett olyan műszer a világegyetemben, ami ezt bebizonyíthatná az örök tamáskodók nagy bánatára, csak a látvány. Ahogy megérezte, hogy zuhan, kiüresítette elméjét, és kimondta a gyöngyszót. szót. A levitációs varázs aktivizálódása csökkentette, fékezte a zuhanás mértékét, csak hogy a nő körül csapdosó denevérek kollektív tudatát képező Lilit minden mentális erejét ladba vetette, hogy kiolcsa, elterelje a nőből áradó erővonalakat, és szétzilálja a tudat által gerjesztett antigravitációs hálót. Mindez másodpercek alatt játszódott le, s Helénának már nem maradt ideje korrigálni, mint az ejtőernyős, aki puszta vakmerőségből vagy véletlenségből túl késő rántja meg a kart. Simon tanítványa lefékeződött, de nem kezdett lebegni, s mire rádöbbent, hogy baj van, becsapódott a földbe. Nem halt meg, de eltörte a gerincét. Tudatánál maradt, s ez sokkal rosszabb volt, mint a halál, korbácsát, medaljonját elejtette zuhanás közben, s a denevérek lecsaptak rá. Az eleven üvöltésé változott nő felkészült a borzalmas halálra. A bőrszárnyú iszonyatok ellepték a testét, tépték, marcangolták, ahol érték, betüremkedtek a sikolyra nyíló száján, felkúztak a combján, ellepték az ölét, hogy elhozzák számára a mindennél rettenetesebb kínhalált, a sátán szeretőjének förtelmes bosszúját. Az intervenciósok sorra kapcsolták föl a gravofixeket, gondolkodásra nem maradt idő. Vigyeki ki az embereket, Hens! Csak jakta és galland jönnek, üvöltötte Kervin. Minden biztosítás nélkül átkarolta a fejvadást, aki levetette magát a mélységbe. Longinus lányzsájának hordozója, Franz Galland következett, és Jessica. Ne menjen le, ordított utána Henz, de a lány már csak egy fénylő pont volt a sötét kürtőben, ahogy mindenkinél gyorsabban száguldó alakját elnyelte a pokol ereszkedés közben kapcsolta fel a silverstone -t. A lépcső hullámzani kezdett, s egy helyen leszakadt, Aulus sikoltva tűnt el a törmelékkel együtt. Tíz méteres zuhanás után vágódott a mélységből kanyargó lépcsősor alsó szakaszára, egy pillanatig úgy látszott, hogy megúszta a zuhanást, de átbucskázott a peremén, és örökre eltűnt markék szeme elől. Henz elkeseredett alcot vágva nézett felfelé, csak egy tűhegynyi fénylő jelentette az életet. – Kifelé innen! – kiáltotta. – Az ezredes! – üvöltötte Holecska. – Utána kell mennünk! – Soha sem térnek vissza! Mark alcára kiült az iszonyat. – Tess? Jessica másodpercekkel előbb érkezett le, mint a többiek, de ez elégséges időnek bizonyult, hogy megmentse szép Helena életét. A varázslónő teste eltűnt a pokol de tülekedő, száncsapdosó eleven masszája alatt, ám a lány letoppanása a lépcsősor arra késztette Lilitet, hogy eliszkoljon a helyszínről. A vakító fény sugázó női alak érkezése elrettentette a démont, aki nagy száncsapkodást és visítozást hallatva tűnt el a tó fölött lebegő kötfelhő mögött. Jessica lekapcsolta magát a gravoszáról, a földön fekvő, szerencsétlen nőhöz sietett, háta mögött megérkeztek kervinék. A lány vetett egy pillantást helén testére, és iszonyodva fordult el. Kervin a karjába kapta, magához ölelte, de az ő arcára is küldt a döbbenet, szólni sem tudott, sokkoló látvány tárult szemei elé. Helénáról foszlányokban lógott a ruha, kilátszottak szétmarcangolt keblei, és denevérharapásoktól harapásoktól vérző combjai, arca az eleven hús véres torzójává változott, s hiányzott mindkét szeme. Lilit borzalmasan megcsonkította, s csak a lángyos érkezése akadályozta meg abban, hogy elevenen felfalja a mozdulatlanságra kárhoztatott, varázs erejében legyengült nőt. De Helena nem halt meg, a testében buzgó életenergiák hihetetlen intenzitással munkálkodtak a regenerálódásán, kervinék meghökkenve léptek hátra, amikor a nő égnek lökte csontigrágot karjait, s így maradt mozdulatlan. Valamit mondani akart, de a denevérek tövig a nyelvét, ezért a borzalmas vérbúgyborékoláson kívül más nem hallatszott. Helena feladta a meddő küzdelmet, és maradék mentális energiát egy telepatikus közlésbe sűrítve megérintette a körülötte állók tudatát. Menjetek Palmirához! Ő az igazi tesz! Mind a négyen megkapták az üzenetet. Siessetek! Nincs sok időnk! Gelál csak a jelre vár! Helena ereje végére ért, és karjai lehanyatlottak. Elvesztette az eszméletét. Hihetetlen, Nyögte jakta. Kervin utasította Gallandot, hogy állítsa le a nukleáris töltet visszaszámlálását, a német harcászati számítógépe pillanatok alatt végrehajtotta a műveletet. Kervin az ezüstösen kavargó ködöt nézte, 1500 méterre álltak a patra húzott csónaktól, amelyhez odabilincselték a szíriai nőt. Teszt. Lilit odatart, és elő fog odaérni, kiáltotta elkeseredetten Kervin. Jessica ellépett mellőle, felizzott körülötte a fény. Az anyjához teleportált, és ezzel minden energiáját felemésztette. Tess és Marion a jó barátnők újra találkoztak, amikor az anya végre megláthatta a lányát. Szeméből patakzottak az öröm könnyei, amikor azt látta, hogy Jessica előlép a kandaláber mellett sugázó fényözömből, és bokáig süppedve a laza homokban odabugdácsol hozzá. A lánynak csak a standard materializációs rendszere működött, ami karcsú alakjára sugározta sejem tunikáját, fegyvere mindössze az a katana volt, amit az apjától kapott tízesztendősen, Kervin akkor kezdte el a tanítását. Megvillant a penge, a bilincs nagy csilingeléssel ketté vált. Édes Istenem! Tesz a lánya nyakába borult. Átölelte, és úgy szorította magához, mintha sohasem akarná elengedni. Tulajdon édes lányát ölelte, aki három évvel volt idősebb, mint ő, de ebben az emelkedett érzelmektől túlfűtött, heroikus pillanatban egyikük sem gondolt erre a különös, enyhén bizar helyzetre. Áltak mozdulatlan a kandaláber fénytölcsérében, Tesz szüntelenül azt kántálta, hogy bocsáss meg, bocsáss meg. Átható surrogást támadt a parton, és a sötétség kiokádta magából a pokol rettenetes seregét. Lilit megérkeztével bőrszárnyú fergetek csapott le a két nőre. A denevérrajként támadó, dühött, eszétvesztett pokol királynő belecsimpaszkodott hajukba, milliónyi tűhegyes fogát az eleven húsba vájta, ledöntötte lábáról a rémülten összekapaszkodó anyát és lányát. A pánik elszakította őket egymástól. Tesz motollaként csapdosott karjával, Jessica a szemét takarva fetrengett a homokban, szakadatlan sikolyai betöltötték a palcakaszt. – A stokbauer látja a célt! – üvöltötte Franz Galland valahol a parton, és úgy hajtotta el a fegyvert, mint egy lándzsát. A szuperfegyver egy izzó lángdárdává változva furta át a sziklafalig húzódó köttakarót, irdatlan sebességgel tört előre, hogy megfékezze a tomboló démont. Lilit megérezte a veszélyt. A pokol rettentő csapatát szabályozó kollektív tudata riadót fújt, amikor megérintette a rakéta sebességgel közeledő romboló mentális mezeje. Szemhunyásnyi idő alatt véget vetett a manifestációnak, Elhagyta a véresre harabdált nőket, egy csoportba terelte a verdeső szárnyú, áthatóan rikoltozó, sikamlós testű dögöket, és kivetítette, materializálta az eredeti hordozó testet. Hűrit emberformát öltve jelent meg a kandaláber mellett, testét éjfekete pallium takarta, de nem hordta szokott fájtlát, dús hajkoronája arcába hullva takarta vörösen izzó szemeit. Testéből iszonyú bűz áradt, fölöslegesnek tartotta, hogy aktivizálja az illatvarást. Széttárta karját. Tesz eszmét leghamarabb, a meditáció által kiüresített elméje szinte láttatta vele a későbbi történéseket. Magához rántotta a vérző arcú lányát. le a szemed! Ahogy kimondta, az elmebeteg William Stock és Richard Bauer őrült gyermeke odaért. Vakító fényözön áradt végig a parton, és Lilith eltűnt egy tűzgömbben. A tűzvihar ereje felborította a kandalábert, a szétfröccsenő olaj beborította a patra kihúzott pokolhajót, ami úgy borult lángba, mint egy évezredes, törékenyé száradt papírusztekercs. Anyát és lányát a vízbe hajította a döbbenetes detonáció, szerencsére nem veszítették el eszméletüket, s nem váltak eleven fákjává. Jessica megragadta teszt, és megpróbálta elrángatni a tűzfalként égő hajó közeléből. Kialudtak a lángok, végtelen sötétség zuhant rájuk, Lilit eltűnt. Hirtelen minden átmenet nélkül történt, mintha egy illuzionista láthatatlan újai csettintenének a Barnum cirkusz esti előadásán, a hajó teste még csak nem is parázslott, mérhetetlenül nagy csend borult rájuk. Jessica és Tess kibugdácsoltak a vízből. Mi volt ez? Hol van Lilith? nyögte Jessica. Elragadta a stokbauer. Nagyon remélem, hogy nem fordítva történt. Meneküljünk, drágám! Futottak Kervin felé. Fordítva történt. Lilith azóta kívánta a fegyvert, amióta először meglátta Jan holecska kezében. Az éjszaka nagyasszonyának teljesült az óhaja, s halálos ölelésbe fonódva a rombolóval teleportált a szakaszról. A gyötrelem oszlop csarnokában jelentek meg. Iszonyú küzdelem kezdődött. A Stockbauer minden mentális lehetőségét kihasználta, de ezen az úton nem tudott a démon fölé kerekedni. Lilith ellenállt. Ez némi némiképp legyengítette, ezért a klasszikus energiarendszer segítségével támadott, és intenzív lézertűz alá vonta a démont, de a királynő kioltott maga körül minden fény és hőjelenséget, a romboló újfent kudarcot vallott. Arra programozták, hogy önállóan harcoljon, ezért nem esett pánikba, s a mechanikus megoldást választotta, kirobbantotta a bionikus csápjait, fagyos hidrogén felhőt fújt, és körbefonta ellenfele testét. Szét akarta tépni Lilitet. A váratlan fordulat meglepte a királynőt, mert nem hitte volna, hogy olyan ellenféllel akad össze, amelyik testközelből merészel megküzdeni vele. Ez szokatlan harcmodor olyannyira meglepte, hogy mire észbe kapott, már a lábszár középig szennyben fetrengett, testére egy hidrogén párálló, rovarszerű, csápokkal tekerődző iszonyú élőlény tapadt. Méltó hozzám, gondolta Lilit és gyöngyház fogát a lény testébe mélyeztette, azonban arca egy elrohadt, nyúlós masszává változott, amikor ráfröccsent a fegyverből kilövellő molekuláris sav. A füstölgő arcú királynő vadállati bömböléssel tépdeste magáról a bionikus csápokat, amik obszén módon ölelték körül, egy pár angolna sebességgel csusszant le a torkán, és az egyik körbefonta, megbékiózta a fekete szívét. A döbbenetes felláció feldühítette a démont, egy pillanatra emberként élte meg a megalázottság minden kínját, ahogy ellenfele határozottan erotikus módon teperi le. Fogait a csábba mélyeztette, de a speciális anyagszerkezet ellenállt, csak sérült, de nem marcangolódott el, viszont aktivizálódott a védelmi rendszer, és a sav szétmarta a démon királynő torkát. Kisvártatva a füstölgő koponyát csak a páros csáp tartotta a fetrengő testen. Kék színben pompázó villámok csaptak ki a nődémont testéből, végig söpörtek a felkorbácsolódott szennyvíz fölött, körbefonták az oszlopokat, s testükön tekeregve felkúztak a boltíves menyezetig. A torkon leszaladt nyúlványok másik darabja offszén kutakodásba kezdett a manifestálódott nőtestben, és a szemérmetlen kalandozás végén, mint egy fordított erőszakot téve rajta, kisurrant Lilit közösülésre generált hüvején. E negatív közösülés felháborította a királynőt, mert felért a születés szimbólumával. Ekkor érezte először, hogy az ellenfele uralkodik fölötte, és az idők végezetei képes tévdesni. Két kézzel ragadta meg, hogy az éles hangon visító fekete letépje magáról, de hiába küszködött, a démoni szerető annál erősebben tapadt hozzá, sőt, mindent elkövetett, hogy igazán közelről megismerje. A hüvejéből kicsusszant sikamlós csáp felkunkorodott, a hasára hajolt, vége elhegyesedett, megkeményedett és beledöfött a köldökébe. Lüktetve fúródott belé. Lilit a torkánál kapta el, hogy megfékezze előre haladását, de a bionikus csáp egy sikamlós kígyó ügyességével csúszott tovább, s lassan beállózta a belső szerveket. Kirobbant a gerinc mellett. Lilith teleportált. A rettegés kürtője alatt jelent meg. A hordozó testet átjáró tekerődző csápok magasra korbácsolták a sötétel nyugvó szennyvizet, a királynőből előtörő fényhullámok megrepesztették az oszlopokat. A misztikus fényözön elhalványította a kürtőből sugázó fényességet, az odafönt keringő bőrszárnyú férgek vonyítva menekültek az oldaljáratokon keresztül. Megjelent az Elefántteremben. A Stokbauer elragaszkodott egy gravitációs hullám segítségével, és a vergődő testet átdöfte a mamut aranyabroncsos agyarán. A királynőből kirobbanó mágikus hullámok lángra lobbantották az állat gereznáját s megrepesztették a hatalmas koponyát. Lilith újra teleportált. Tess és Jessica mint láttak volna valamit a sötétben. Leginkább egy apokaliptikus tekerődzés beszédült kígyófészekhez hasonlított, amelyből kék villámok csapnak ki a tó felé. A jelenség ugyanolyan hirtelen tűnt el, mint ahogyan megjelent, s ők futottak, budácsoltak tovább. Amikor Lilith pillanatokkal később újra megjelent a gyötrelem csarnokában, már rettegést töltötte el attól, ami lassacskán beléhatolt. Egyetlen megoldás kínálkozott, de ha megteszi, akkor rettenetesen legyengül, és a fekete emberek megmenekülhetnek. De ha nem teszi meg, akkor biztosan vereséget szenved. Energiává sugározta szét magát, s a stokbauer valósággal felvonított, amikor megérezte, hogy a zsákmánya egy tapinthatatlan fénylényé változva kisiklik a szorításából. Lilit alig húsz méterre a fegyvertől újra materializálódott, és mire a fegyver rávetődött volna, teleportált. A fegyver magára maradt a gyötrelem oszlopcsarnokában. A zsákmány elmenekült. Tesz hasra esett egy kinyújtott lábban, Jessica velőtt rázóan felsikoltott, amikor azt kellett látnia, hogy anyját a démon királynő gáncsolta el. De ez a Lilit már másmilyen volt, korán sem hasonlított arra a büszke és legyőzhetetlennek látszó teremtményre, ami az őrzők tévedése révén látta meg a napvilágot. Valahol elhagyta a tüneményes palliumját, és tetőtől tapig ganyaszült mesztelnő emelkedett fel az elbukott tesz mellett. Csodálatra méltó varásteste már a múlté, leginkább egy torszfüleményre, egy folyton folyvást nyáladzó mongoloid időutára hasonlított, jessica azokra a tragikus sorsú, szerencsétlenül járt alanyokra emlékeztette, akik pórul jártak a materializációs teleport technika hőskorában. A démon egyik melle üres zacskóként löttyett a has tájékon, a másik pedig akkorára dagadt, mint egy túlérett, a szétrepedés határán álló dinnye. A pipaszár vékony, karikába hajló lábak fölött egy hójagszerű test lengedezett, hogy egyensúlyban tartsa a megnyúlt hattyúnyakon himbálódzó, pokolian torz fejet. A szemek és a száj elcsúsztak, mint egy pikasszó képen, a hajkorona egy rothadó, penészes szénakazlat formázott, a sátán szeretője leginkább egy olyan rémálomra emlékeztetett, amely éjszakáról éjszakára gyötörve az embert sokkal gyorsabban vezethet el a komplett őrületig, mint a kemény drogok állandó mámora. Jessica reflexből rántotta elő a kardját, és anyját védelmezve a szörnyeteg elé ugrott. Lili torka mélyéről vadállati morgás tört elő, Jessica megtántorodott a lényből kiáradó pszichés erő hatására. Láthatatlan vasmarok szorította az elméjét, szemei kigúvattak, kezében megremegett a penge, ellenszegült az erőnek, de a varázshatalom erősebbnek bizonyult a puszta akarat erőnél, s ellenállhatatlanul arra kényszerítette, hogy lerodjon a homokba. – John! – sikoltotta Tess, amikor látta, hogy a lánya térdre hull a kacsázva közeledő szörnyeteg előtt, majd a lánya nevét kiáltotta, de mozdulni nem tudott, a démon királynő egyetlen pillantással megbékjózta. Lilit megragadta Jessica haját, földre rántotta a lányt, kardját kitekerte az elgyengült kezéből. Kezét Jessica homlokára tette. Minden tudásod az enyém, idő ribanca, hörögte egy beteg sokál hangján. Az anyád megszült téged, de szenvedve nevel fel, hisz előre tudja a sorsodat. Megbocsátok, hogy nem mondtátok el? Zokogott Jessica. Próbált az anyja felé fordulni, de a démon eltaszította magától, aztán előre szúrt a karddal, a penge átszaladt a szerencsétlen lány testén. Jessica fájdalmas üvöltéssel kapott a gyomrához. A pengehegye a hátán bukkant elő. Lilith sátáni kaszajt hallatva forgatta meg a markolatot, a homokra vérfelhő robbant a borzalmas sebből. A királynő kirántotta a pengét, a lány elterült a földön. Lilith kezében újra villant a kard, különös módon áldozatát megkímélte a további szenvedéstől, átdöfte a lány szívét. Lilith levette a bénító varást a vadállatként üvöltő teszről. Lézersorozatok érkeztek a távolból. Fényből szőtt háló lobbant a démon körül, az energiasugarak elhaltak a ragyogásban. Kervinék bukkantak elő egy dombocska tetején, az ezredes eszét vesztve rohant a fájdalmasan jajgató lány felé, aki feledve Lilit közelségét, négy kézláb mászott a homokban fekvő Jessica felé. Nevét sikoltozta, a vállát rázogatta, már-már már ököllel püfölte, mintha őt tenné felelőssé mindazokért a szörnyű történésekért, amelyek megmétejezték az egész életét. Nem hallhatsz meg! Ne tedd ezt velünk! Jajgatott tesz. Felkapta a fejét, szemében az őrület parazsa izzott, ahogy felemelkedett, és nekiugrott Lilitnek. Te kurva! Megölted a kislányomat! Lilit mentális erejek könnyedén eltaszította magától, Tesz teste neki vágódott a sziklafalnak. Amikor a szörnyeteg megérintette Jessicát, minden tudását magáévá tette, ezért olyan biztonsággal forgatta a szamuráj kardot, mintha ő lenne Kervin tanítványa. Tesz után lépett, a penge felemelkedett. – Menj a lányod után! – hörögte a nődémon. Jakta futtában lőtt. A kalasnyikó felugatott, a démon teste szörnyű rángatózásba kezdett, de a golyó becsapódása nem fékezte meg Lilitet. Öklömnyi darabok szakadtak ki a torszüleményből, de a pokolbéli lényeket nem pusztíthatja el a 762-es lőszer. Thomas Stanley jakta végre rádöbbent erre. Lilit rikoltozva lépett még közelebb leendő áldozatához, arra készült, hogy egyetlen suhintással lefejezze, csak hogy megérezte a veszélyt, és este meglepően gyorsan pördült meg. Átható csilingeléssel csapott össze a két penge. Lilith Jessica tudását elsajátítva hárította a csapást. Bízott újonnan szerzett képességeiben, csak hogy Kervin hihetetlenül intenzív támadása hátrálásra késztette, ezért távolodnia kellett a sziklafaltól. Kervin csapás csapásra halmozva szorította Lilitet a part vonala felé. A királynő hátrálni kényszerült, mi alatt döbbenten szembesült a tényjel, John Michael Kervinnel szemben nem működik, egyszerűen csődött mond a mágiája. A férfit hihetetlenül intenzív mentális energiák szőtték körül, amelyek áthatolhatatlan lepelként burkolták az elméjét. A legyengült Lilit természet fölötti tudata nem bírt áthatolni ezen a láthatatlan falon, amely attól is megvédelmezte a férfit, hogy akaratlan bábként engedelmeskedjen a parancsainak. A királynő egy pillanat alatt összeomlott, Kervin viszont annál magabiztosabban uralta a saját erejét, mintha a maga javára tudná fordítani a megbűvölésére elpazarolt mágikus energiahullámokat. Űzte, hajtotta Lilitet, pillanatnyi megállást sem hagyott neki, még a gondolkodásában is meggátolta. A démon királynő vonítani kezdett elkeseredésében. A kardok pengéin lángolni kezdtek a rúnák, jakta és gallan binderről megfeledkezve, elbűvöltem meredtek a látványra. A küzdők megújult erővel csaptak össze a fövenyen, a pengékből áradó fényözön bevilágította a partszakaszt, s színezte a táj fölött terpeszkedő, lomhán mozduló köttakarót. Tesz zokogva borult a lánya holtestére, jakta elborzadva nézte a jelenetet, szent meggyőződéssel hitte, hogy Tesz Gordon megőrült az elmúlt percek alatt. – A pecsét! – kiáltott Gallandra. A német úgy eszmélt, mint aki hosszú álomból ébred. Minden fegyverét letette a kommandós tör kivételével. Felkapcsolta az ultrahang vágóélt, és a sziklafalhoz lépve kezdte felkarcolni a satornészök keresztrajzolatát. A betűk felragyogtak, ahogy a penge végig a fekete kövön, gallant átszellemült arccal dolgozott. Jakta megpróbálta elhúzni onnan a szakadatlanul jajgató teszt, de azt képtelenség volt elmozdítani jessica -tól. végül a férfi felnyalábolta a lány holtestét, és elindult vele a dombon felfelé. Tess gyenge volt, hogy ellenkezzen. Szemébe lógó csapzott hajjal mászott utánuk, jakta jól sejtette, hogy csupán pillanatok választják el a végleges őrülettől. Lít meglátta a pecsétet és felvisított, mint akit nyúznak. A meditatív állapotban harcoló ninja tudata ketté hasadt. Egyik fele a pandemóniumban volt jelen, harcolva a tanítványával. Lili Jessica képességeit birtokolta, s ellenfélnek bizonyult, másrészt megnyit a muszasinak, minden idők legjobb kadvívójának. Kervin teret engedett a mentális áramlásnak, elméjét kiüresítette, mintha tiszta vizet öntenénk ki egy korsóból, és hagyta, hogy mestere betöltse, felépüljön benne, misztikus ereje a tagjaiba költözzön, átvegye fölötte az irányítást. Lili csupán annyit észlelt, hogy ellenfele átalakul. A médiumi transz következtében hihetetlen energiák áramlanak benne, valaki mássá változik, mint egy megszállás alatt áll. Egy halott van benne, állapította megdöbbenten. Csak a legnagyobb harcosok képesek transzban harcolni, ráadásul Kervin egy elhunyt entitást hív segítségül. Lenyűgöző! visított a démon királynő, és támadott. Csak hogy már nem Kervinnel vívott, hanem a kardvívás megtestesült szellemével csapott össze. Az ezredes beköltözött Muszasi egy röpke pillanatig gyengének tetette magát. Hátra lépett, mintha elrettenteni az ellenfél támadásának hevessége. Lilit előre szökkent, kardja halálos csapásra emelkedett. Kainoszen! A három megelőző kezdeményezés egyike, amely arra tanít, hogy várt ki a támadást, majd vedd át a kezdeményezést. Muszasi berobbant a felemelkedő kardmarkolat alá, és pengéje elérte a démon testét. A rúnakat sebzése megőrítette Lilitet. Iszonyú hangorkán hagyta el a torkát, de ezzel nem tudta elrettenteni ellenfelét. Kervin kilépett a transz állapotból, és félrelépve a lezúduló penge útjából, következő csapását a nő démon kardlapjára mérte, s bekövetkezett, amire számított, a csapás szikrát hány Jessica kardján, megsértette a rúnák vonalát, melyek egy fényrobbanás kíséretében kiadták a beléjük zárt mágikus energiát. Kervint beburkolta a kudzsikiri ereje, a misztikus hatalom megfékezte az energiahullámot, de a legyengült lid borzalmas sebektől vérezve omlott a földre, kardjának pengéje szilánkosra robbanva szétszóródott a tóparton. Kervin egy pillanatig sem tétovázott. A Masamune hatana lecsapott a démonra, kiontotta a belét, válból levágta mindkét kezét, végül lecsapta a fejét. A fejvadász egy egész tárat kilőtt a vizes homokban rángatódzó, kékes lánggal égő, megelevenedett húsdarabokra, de hasztalanul igyekezett, a mágia megszentségtelenítette a technológiát. Az egyre erősödő fényözön elvakította Kervin. A látószervét helyettesítő számítógép szűrőrendszere nem tudott megbirkózni a hirtelen támad fényviharral, a férfi karjával takarva a szemét hátra Egy Egy másodperccel később iszonyú látvány tárult a szeme elé a poshat vizültó sár a vért, a szétrancsírozott, golyók szaggatta húst, a rothadás szagú mocskos iszapot, hogy a tisztátalan matériából felépítse Lilitnek az idők kezdetén birtokolt eredeti testét. Az elpusztíthatatlansága förtelmes úgy burjánzott, növekedett, mint valami pokolbéli rákos daganat. Hatalmas, borotva éles fogakon csillant meg a tóparti kandaláberek fénye, a fekete körmök elsuhintotta Kervin arca előtt, a férfi holtra vált arccal hátrát a minden ízében remegő fejvadász felé. Lillith bömbölése valósággal megrepesztette a pandemónium falait. Jakta eldobta a géppisztolyt, egyszerűen nem látta értelmét, hogy használja. Kész, vége! Gallant próbálta túlordítani a szörnyetek bömbölését. Az utolsó betű! Kervin oda kapta a fejét. Az új imádságának első két szava lángolt a magasba szökkenő sziklafalon. Galland majdnem elkészült az ábrával, már csak az egyik sorra lezáró óbetű hiányzott, hogy teljes legyen a misztikus hatalommal bíró kereszt. A német nem várt külön parancsra, az ultrahang megvéste az ember fejnyi kört. Az ábrából kirobbant a misztikus erő, a hófehér fénycsóvák ellenállhatatlanul döfték keresztül a köd nehéz testét, Lilit hátra hőkölt, sebesen távolodott a fényözöntől, amely elválasztotta kervi ezredestől és a többi halandótól. Nagy elkeseredésében homokvihart támasztott, ami lavinaként csapott le az emberi lényekre, ezekre a nevetséges korcs férgekre, akik azt hiszik, hogy Isten képére teremtettek. Kervin egyszerre karolta át Zokogó kedvesét és halott lányának vállát, a pokol kellős közepén ordítva hívta Istent, ő ugyanúgy az utolsó esélybe kapaszkodott. A homokvihar elborította a jaktát. A fejvadász energiarendszere csődött, mondott, a férfi eltűnt a fergetegben. Egyedül a sator közvetlen közelében tartózkodó gallant tudta megvetni a lábát, s a kezében tartott Longinus Láncsa természet fölötti ereje megvédelmezte a pokoli lény által gerjesztett fergetektől. Az intervenciós páncél eltűnt a testéről, az energiarendszere jaktájéhoz hasonlóan összeomlott. Összeszedte minden erejét, elbuktácsolt az összekuporodó kervinékhez, a szent fegyvert egy dinamikus mozdulattal leszúrta mellettük a homokban. Isten ágya, uram! kiáltotta túl a vihar tombolását. A lánzsa eltaszította magától a fergeteget, de a német védtelen maradt, és fekete ruhás testét elsodorta a vihar. Hirtelen, minden átmenet nélkül elnyugodott a tombolás, tesz zokogásán kívül semmi sem hallatszott, galland és jakta eltűntek, mintha sohasem léteztek volna. Kervin a lánzsa nyélbe kapaszkodva óvatosan megfordult, Titkon arra számított, hogy a démon királynő elmenekült a pecsét elől, de csalódnia kellett, s tudta, hogy visszavonhatatlanul bekövetkezett a vég. Lilit ott hatalmasodott az angyali fényözön túloldalán, nem fogta menekülésre a dolgot, büszkesége meggátolta abban, hogy élni engedje a férfit és a nőt. Kervin amennyire csak tudta, megközelítette a fényt, a férfinak minden lelki erejét mozgósítania kellett, hogy szemrebbenés nélkül tudja elviselni a szörnyeteg iszonyú látványát. Lilit a fövenybe markolt, homokot hajított a fénybe, a mozdulat sokkal inkább dühött és elkeseredést sugázott, mint sem félelmet keltett a szemlélőben. Kervin arra készült, hogy hamarosan felhangzik a dobhártya szaggató bömbölés, ám csalatkoznia kellett, Lilith különös módon taktikát változtatott, szinte hangon szólalt meg. Kövess engem! Takarodj, sátán! Harsogta Kervin. Öblös nevetés rázkottatta a szörnyetek vállait, karmos végtagjaival maga előtt legyintgetett, mintha egy láthatatlan darázs rajt próbálna odébb hajtani. Ki nyitotta terjedelmes szárnyát, akár a beteg sirály. Az a sátán, amit ti elképzeltetek magatoknak, nem létezik. Az igazi kísértő nem más, mint a visszautasítás lehetősége önmagatokban, vagy a rossz választás lehetősége, ami az egyik legcsodálatosabb emberi képesség a kíváncsiság mellett, ez az, ami hasonlatossá tesz benneteket hozzám, ha az idők kezdete óta így van ez, s így lesz mindig. Ti emberek, ti korcs halandók, viszont azért vagytok undorítóak, mert minden erővel azt akarjátok elhitetni magatokkal, hogy többek hova tovább erkölcsösebbek vagytok nálunk, akik legelsők vagyunk a teremtettek közül. Nem vagyunk hozzád hasonlók, markolta Kervin Longinus lányzsáját. Lilith kivillantotta sárga agyarait. A mozdulat felért egy mosolyjal, a férfit átjárta a borzalom. Dehogy nem! Miért lennél különb, mert űrhajókon száguldasz a kozmoszban? Én időtlen idők óta ugyanúgy bolygóról bolygóra utazom, és magzatokat zabálok, s te ugyanúgy ősz az anyamékben, emlékezz Miserre. Sorolhatnám vég nélkül, de vajon hol fedezhetnéd fel a különbséget, nyomorult, féregrágt agyú halandó. Azt mondod, gyilkos vagyok, ám mutasd egy embert, aki legalább gondolatban nem ölt egyszer. Az összes pűnt a pokol számlájára írjátok, holott a poklot ott hordozzátok önmagatokban, minden olyan borzalomhoz, amely végigkíséri az életeteket, fölöslegesen kerestek magyarázatokat az emberi lélek határain túl. Háborúk, éhínség, lelki restség, testvérfordulás a testvér ellen, nemi erőszak, program, inkvizíció, anyák tejétől duzzadó keblétől elszakított csecsemők, vagy zacskóba teket újszülöttek a szeméthalom tetején, szervezett faírtás, holokauszt. Lilit perceken át vég nélkül sorolta a bűnöket, amelyekhez nem szükségeltetik egyetlen sátán jelenléte sem, elég az ember megtévejedése az úrban. Kervin valósággal beleszédült, ahogy a történelem vonult a szeme előtt. Lilis személyeskedni próbált, s megtalálta ezt. A fájdalomtól félőrült lány alig hallotta a szavakat, a halott jessica ringatta karjában, homokkal telített csapzott haja az arcába hult, számára megszűnt létezni a világ. Lám, lám, Babilon szajhája halott gyermekét babusgatja, gúnyolódott a szörnyeteg. Szívszorongatóan megható látvány, ha bár nekem sokkal jobban tetszett, amikor az állati vértől ázott asztalon egy pénisz hatolt a végbelébe, bár csak hallottad volna, hogyan sikoltozik a gyönyörűségtől. Messze menő tiszteletem Zserál Szerraultnak, akit majd majdhogy nem sikerült megbüntetnem, Persze puszta hiúságból, mert hozzám senki se hasonlítson, ha én nem akarom. A nő, akit te szerelmednek nevezel, a világ legnagyobb szajhája, neked mindig ez jut osztályrészül, John, megint csak a festett hajó ringyóra célzok, aki szülni akart neked. A ringyók egymással henteregtek, s elnyerték méltó büntetésüket, az erkölcs és a murál szekere így visszazökkent rendes kerékvágásába. Nevetnem kell. A századod, melyre oly büszke vagy, hogy még tulajdon lányodat is föláldozod a megváltásáért, sokkal mocskosabb és undorítóbb, mint Róma. Hittem, hogy az ácsfiának korszaka mindennél nagyobb nyomorúsággal tölti el a halandók szívét, ezért jöttem el újra, de csalatkoznom kellett, Lám, én sem vagyok tévedhetetlen! Hallgas, a lányom egy hős volt kiáltotta közben Kervin. Gyíkagyú ember! hördült fel Meghagyom mindkettőtök életét, térjetek vissza a jövőtökbe, csak hogy hős nevelhessetek a lányotokból! Mellettetek leszek, életetek minden pillanatában, tudatom Jessica bölcsője felett lebegve nézi majd, ahogy az alvó csecsemő szája szélén csorog az édes nyála. Együtt tanítjuk járni, s köszönni szépen a néninek, átgísérjük az utcán, óvjuk, védjük széltől, víztől, s míg ti egymás kezét szorongatva abban reménykedtek, hogy talán mégsem történik meg a szörnyű dolog, addig én arról ábrándozom, hogy lesz merszetek elmondani neki, hős leszel, drága lány mert egykoron azt mondtam valakinek, hogy hős voltál. A lányod is a világ ringjója lesz, Kervin. Amikor értem így a motorosok közé, teste fürdeni fog a tisztátalanság nedveiben, s ez ellen nem tehez semmit. <Szín> nem lesz ringyó, ordította a férfi. Felpattant, hogy a keresztből sugázó fényen áthatóva neki roncson a szörnyetegnek. Lilit felröhögött. <Szín> Ha átlépsz a fényen, megöllek, időutazó, s nem nemzethez ringyót a ringyónak. Ezért maradj nyugton, tedd le fegyvereidet, és védtelenséged legyen egyetlen büszkeséged. Döntened kell, az időm kevés. Szolgálj engem testestül, lelkestül, s életre támasztom a lányodat. Emlékezz kohári szavaira, nem vagy hívő keresztény, de hinned kell a feltámadásban. Erről a feltámadásról beszélt. Hazudsz. Az igazi feltámadásról beszélt. Nem volt feltámadás, csak feltámasztás. Lázár mindenestül igaz, de a harmadnapi történtek csupán az őrzők trükkjei voltak, spetrusék elhitték, amit láttak, holott nem láttak semmit. Íme az ember! Hazudsz, mint mindig. Én hiszek ebben. Miért hinnél benne, ha nem vagy hívő keresztény? Milyen nyakatekel szaktudományos redukció bizonyította be neked, hogy hinnet kelljen ebben, te racionalista pondró? Nem számít a feltámadás, csak az apostolok hite számít, John, s ha hiszed, ha nem, ezt egyes reformer teológusok állítják abban a csodálatos 20. században, amely megszülte az intézményesített faírtást. Lili széttárta hatalmas karmait, megpördült teste körül, szinte táncolni látszott a fövenyen. Hol vagy? Merre jársz, Franz Galland? Gyere, lépj elő, mutasd magad! Senki sem mozdult, a német valahol a homok mélyén feküdhetett. Honnan tudhat az ilyen reformált, modernista teológiai elméletekről az én fejemből vagy szergéből ásta elő a tudást? Morfondírozott Kervin. Próbált nyugalmat erőltetni magára. Nem hiszek neked, Lilith. Krisztus feltámadt harmadnapon. A bomlott agyú entitás összecsapta a kezét, váratlan mozdulatát akár tapsnak is vélhette egy még bomlottabb emberi tudat. Mit gondolsz, te húgyagyú időt azó? A bíboros miért záratta le a kort? Hát hányszor mondjam el neked, hogy nem volt feltámadás? Akarod élve látni a lányodat, vagy valóban a pandemónium legyen a szenvedője? Kérdezd meg, teszt, hogy akar-e élni ezzel a teherrel? Én csendben várok a válaszra, ez mód felett értek hisz nem léteznek nagyobb erények, mint a hallgatás, és bomlott agyú kis húga a türelem. Lilit valóban elhallgatott, s hogy addig se unatkozzon, dühötten szórta a homokot a rendületlenül sugázó fényözömbe. Kervin lerogyott a családja mellé. Tesz kirekeztette magát a történésekből, halkan sírdogába simogatta a halott lány arcát, a férfi nem várhatott tőle jó tanácsokat, a döntés az ő kezében volt, s egyedül minden segítség nélkül kellett meghoznia. Gelál és a sötétség entitásai ugyanúgy várakoztak, mint Lilith. Kervin visszagondolt arra a beszélgetésre, amikor Varánusz fogadójában Jákobról beszélgetett Szergivel. Jákob megküzdött az Istennel, s az Úr kegyes módon büntette, lesántította, hogy lépten nyomon emlékeztesse a hatalmára. Kervinnek akaratlanul egy másik ószövetségi történet jutott eszébe. Ábrahám áldozata, az úr arra kérte a pátriárkát, hogy egyetlen fiát, Izsákot mutassa be neki égő áldozatul. Ábrahámnak akkora hite volt, hogy gondolkodás nélkül cselekedett. Oltárt épített, rárakta a fát, megkötözött fiát az oltárra helyezte, s vette a kést, ám az úr angyala rászólt az égből, ne nyújtsd ki kezed a fiú felé, és ne árts neki. Most már tudom, hogy féled az Istent, és egyetlen fiadat sem tagadtad meg tőlem. Ha visszaküldöm a lányomat az ókorba, holott tudom, hogy meg fog halni, akkor olyan, mintha feláldoznám. Ha Szenói valóban Isten angyala, akkor miért hagyja, hogy így történjen, miért nem avatkozik közbe, miért hagyott el minket. Ábrahám minden kétséget kizárva az utolsó pillanatig elment, elnyerte jutalmát. Kervinnek és tesznek sokkal nehezebb sorsot szántak az őrzők, utána kell felnevelniük a gyermeküket, hogy a döntésük révén áldozatul adták. Ez csak az én terhem, döntötte el magában Kervin. Tesz azért nem beszél Jessica-nak a pandemóniumban történtekről, mert ő sem emlékezett rá, hogy mi történt odalent. Ezt a terhet nem fogom rátenni, inkább éveken át hazudok neki. Igen, így lesz. Kervin fájdalmas arcot vágva nézte a fájdalmába kis hián belebolondult teszt. Ez az anya sohasem fogja halálba küldeni gyermekét, sem a méhében, sem később. S én vajon megteszem? Elkárhozzak, csak hogy Lilith feltámassza? vagy higgyek, bizzak, remélyek, akárcsak Ábrahám? Nem, kiáltotta Kervin. Mit nem? tudakolta Lilit. Még a pecsét és a longinus lányzsa jelenléténél is jobban idegesítette, hogy nem tud olvasni a férfi gondolataiban. Áldozatul adom a lányom, vissza fogom küldeni az időben, hogy itt haljon meg az anyja karjai között. Amíg él, Hazudni fogok neki, hogy legyen elég bátorsága végigcsinálni a feladatát. Micsoda nyomorult féreg vagy ember! Jessica égni fog! üvöltötte Lilit, bődületes hangja felkorbácsolta, Kervin alszába csapta a homokot. Én fogok égni, mondta csendesen az ezredes. Ekkor egy tisztán, világosan hallható telepatikus üzenet érintette meg Kervin tudatát, a férfi egy ismeretlen nő hangját hallotta. Most már tudjuk, hogy féled az őrzőket, s egyetlen lányodat sem tagadtad meg tőlünk. Borulj rá, teszre, és védelmezd! Átható dübörgés hallatszott a tisztátalanság tava felől, Lilit megpördült a fövenyen, fürrepesztő bömböléssel fogadta a látványt. A köt kavarogni kezdett, s meglódult, mintha elfújná egy láthatatlan óriás. A sötéten csillogó víztömeg felpuposodni látszott, s ez a megmagyarázhatatlan domborulat olyan ellenállhatatlanul tört a part felé, mint valami rettentő szökőár, ami minden útjába kerülőt elsöpör a parton. Valami megmagyarázhatatlan iszonyat közeledett a tó sekély felszíne alatt. Kervin előbb értette meg, mint Lilit, hogy mi fog történni. Ráborult teszre hogy óvja, védelmezze William Stock és Richard Bauer haragjától. A pokolbéli szerető újra megtalálta hozzá méltó kedvesét. A tisztátalanság tovább fényözön áradt, és a Stock Bauer romboló ötven lépésről ugrott rá a parton üvöltő szörnyetegre, ami hátratántorodott a becsapódás lendületétől, és hátrazuhant a keresztből kisugázó, egymást metsző fényfalak közé. Lilith teste rohadni, füstölögni látszott, ahogy sósafként mart belé a misztikus fény. Megpróbált ellenállni a pecsét erejének, tíz körömmel kapaszkodott a fövenybe, szakadatlan bömbölt, hatalmas farkával csapkodott, kapaszkodási lehetőséget keresett, szeme lángot lövelt, mégsem tudott szembeszegülni az őzők akaratával, nem e világi erejével. A Stockbauer leugrott róla. Lilith neki vágódott a sziklafalnak. A lángja. Kervin felpattanva kirántotta a homokból a Krisztus oldalát átdöfő fegyvert, és belépett a sugázásba. Lilit egy gigantikus csontváz formájába lángolt a falon, az ultrahang által fölvésett betűk átéktek a testen, lángjuk emészteni kezdte Ádám első feleségét. Kervin a kereszt mértani középpontjának szegezte a fegyvert, és kardja döfésre lendült. Takarodj vissza, ahonnan jöttél! Ászúrta a vergődő, förtelmes hangon visítozó démont. Gelál megindult pokolbéli régiói élén. Alig ezer lépcsőfok a kiárat és az élet. Mi a picsa ez? Sikoltotta a holt mark, amikor lenézve a rettenetes mélységben meglátta a közelgő tűzözönt. A lángfal írdatlan sebességgel kúszott a nyomukban, amerre elhaladt, elemésztette a lépcsősort, a harcászati számítógépek őrületes sípolásba kezdtek. A tűzfal mögött jönnek, a Henz. Készüljenek fel, nem adjuk olcsón a bőrünket. Le lehet ezeket lőni? Mark nem tudta megállapítani az egyre áthatóbb dübörgés közepette, hogy melyikük tette fel, vagy inkább ordította a kérdést. Muszáj őket lelőni, hallatszott Henz válasza. Szétszóródni a lépcsőn! Maradj Henz mellett! Marknak nem maradt ideje a csodálkozásra, hogy miféle nőnek a tudata férkőzött az agyába, abba sem volt biztos, hogy egyáltalán hallott valamit. Az akciócsoportosok parancsnoka után rohant, aki magára robbantotta az intervenciós páncélt, ezzel egy időben aktivizálta a stokbauerjét. A fegyver felsziszent és rettenetes hidrogénfelhőket eregetve készült a támadásra. Mert Hens támadni készült, számára ez volt az egyetlen lehetséges alternatíva. Sabinus nem gyújtott ellentüzeket Rómában, Hens viszont igen. Intenzív energiából szőtt fényfal robbant szembe az egyre feljebb kúszó tűzfallal. Neki feszült, visszatolta és elhamvasztotta Gelál démonjainak vezércsapatát. A sötétség légiósai nem torpantak meg a visszatámadástól, s megújult erővel, soraikat rendezve szálltak egyre feljebb. Odafentről záporozni kezdett a színes fénysugarak formájában érkező halál, a heves zárótűz bevilágította a feneketlen mélységet. Mark szakadatlanul tüzelt, félelmét a saját üvöltésével kompenzálva, mint egy transz állapotban ontotta a halált. Fogalma sem volt, hogy mire lő, szemén nem hordott szűrőrendszert, a vakító villanások félvakká tették, a közeli detonációk légkalapácsként szaggatták a dobhártyáját. De már nem lehetett elrettenteni, amikor leereszkedett ebbe a pokoli bugyorba, végérvényesen leszámolt eddigi életével. Minden, minden, minden hazugság volt, légy átkozott William Sager, s örökké ég a pokolban, amíg világ a világ. Tesz meghalt, Jessica és Kervin örökre eltűntek, az emberek sorra hullanak el mellőle, mert hittek valami ostobaságban, Nincsenek angyalok, nincsen Isten! üvöltötte Mark. Valami megnevezhetetlen iszonyat kapaszkodott fel a lépcsőn, és a holland hiába rá a lézelsugarakat, karmos végtagjának egyetlen csapásával derékban ketté szakította a hangosan imádkozó, zsoltárokat kántáló jezsújtát. Henz ultrahanggal bombázta Gela a seregét, amely mindent szétmálasztott a környezetében, a démonok többször rácsaptak, de a páncélzat elhárította a támadást, s a bőszárnyaikkal csapdosó szörnyűségek borzalmas hangokat hallatva zuhantak alá a mélybe. Hens hátráva haladt egyre feljebb, Mark hanyat esett a lépcsőn. Maradj Hens mellett, minden mozdulatodat számon kérjük. Karmok nyúltak Mark vízon felé. A férfi a démonra fordította az energiafegyvert, és lenyomta a tűzgombot. Az energiahullámtól még a szemközti lépcsősor is felrobbant, szerencsére már túljutottak azon a szakaszon. Mark félig vakon, félig megsüketülve botorkált Hens után, aki kimerítette a szonikus fegyverrendszer adta összes lehetőséget, és folyékony hidrogénnel támadott. Nem egy démon szemhunyási idő alatt fagyott jégszobor hogy utolsó mozdulatukban megmerevedve döljenek el a lépcsőn, vagy bukjanak alá a mélybe. Holecska és Henz anélkül dolgoztak össze, hogy idejük lett volna taktikai értekezletet tartani, a dolog szerivel adta magát. A szlovák felismerte a soha vissza nem térő alkalmat, amelyet ha kellően megragad, maradandó veszteséget okozhat a támadók egyre özönlő soraiban, így a henz által megfagyasztott, jéggé dermesztett démonok apró szilánkokra robbantak a hadnagy lézer találatai következtében. De a hősugázás intenzitása fel is olvasztotta a förtelmes húsdarabkákat, amelyek a fekete vérükben remegve, undorító bűzfelhőket eregetve pörkölődtek a soron. Mark megpördült Vanderwilt borzalmas sikójára, már nem tudott rajta segíteni. Egy démon ragadta el a férfit, Testét felemelte a levegőbe, tépte, marcangolta. Mark lézertüzet zúdított a hollandra, aztán lángba borította az elragadóját is. A szörnyeteg lángoló szárnyú ikarusként tűnt el a mélyben, Mark mégis segített a hollandon. Húnyd le a szemed! Fehér ragyogás zúdult alá a kápolna irányából, Vaki dob volt ezernyi nap sugaránál, és a lépcsősor aljáig besugározta a kürtőt. A fény tombolása tovább tartott, és csatlakozott hozzá egy hihetetlen intenzitású hangorkán is, amely leginkább egy ezertagú női kórus kontrapunktikus énekhangjára hangjára emlékeztette Cornélius Henzet. A férfi a szűrőrendszeren keresztül szembesült a fényözönnel, ezért nem vakult meg, de ez lett volna a legkisebb baj, hiszen tönkrement az energiarendszere, a páncél elfolyt a testéről, a Stockbower romboló pedig alapüzemmódra váltott, s visszaállt nyugalmi helyzetébe. Mark a szeméhez kapva fetrengett a lépcsőn, Holecska az életét mentette meg azzal, hogy elkapta a lábánál, s megakadályozta lezuhanását. – Mi ez a fény? – üvöltötte Holecska, de nem kapott választ. Felnézett, s akkor meglátta a lángkardos alakot. Az emberi alakot formáló fényjelenség a kürtőben ereszkedett alá. A tűzbe öltözött férfi vagy fiú szeméből lángnyelvek csaptak a apnyalói felé, a fekete sereg egy minutum alatt lángba borult tagjai röptükben kigyulladt fecskecsapatként buktak alá a pandemónium poklába. Mire Mark sikolyra nyithatta volna száját, a fény körülölelte, akárcsak a pompei börtön pincéjében, stársaival együtt elragadta az ismeretlenbe. Fényhullám tört elő a lépcsősorhoz vezető barlangszáj nyílásán, hogy akadálytalanul besugározza az egész pandemóniumot. Tesz fölemelte könnyek áztatta arcát, és hosszú idő után végre elszakadt Jessica Hall testétől. Kervin megfogta a kezét, szembefordultak a rohamosan közeledő sugárzással. Ez a vég! nyögte a lány, és leunyta a szemét. Kervin nem szólt, ő tiszta szívvel, őszintén hitte, hogy a kezdet. Az élők és a holtak testét egyszerre sugározta át Gábriel ragyogása. 64. Július 13. Róma, Annaeus Maróháza a Mals mezőn. Amikor Kervin felnyitotta szemét, egy ismeretlen lányt látott maga előtt. Az ismeretlen szépség áttetsző hófehér palliumot hordott, lábát ezüst saruba bújtatta, bűbájos mosolya melegebb volt, mint a gyümölcsérrelő tavaszi napsugár. Kervin felemelte az arcát, a lány ekkor megmozdult, kezét a férfinak nyújtotta, és felsegítette a hideg kövekről. Kövek? Az ezredes ilyetten nézett körül, felismerte Anneus Maró házának színpompás átriumát, egyedül volt a hatalmas helyiségben. Ellépett a lánytól, kezét reflexből csúsztatta a kardmarkolatára, a kard ott volt a ruhaövébe tűzve. A lány felkacagott, és kinyújtott kezében megjelent egy barack, a varázslat egy pillanatról a másikra történt. Kervin meghökkenve állt, félt a gyümölcsért nyúlni. Fogadd el bátran, ez nem az éden almája, hanem túli a barackja, szólalt meg mögötte egy vidáman csengő férfi hang, ékes latinsággal. Kervin jobban félt a megfordulástól, mint a baracktól, mégis megtette. Egy 20-25 év körüli férfi ült az impluvium peremén, a tért középig érő kristálytiszta vízben áztatta a lábát, eközben vígan szürcsölte a barackját, nyilván ő is a lánytól kapta. – Kik vagytok ti? – kérdezte óvatosan Kervin. Még mindig nem tudta eldönteni, hogy álmodja-e az egészet, egyáltalán álmodja-e a második intervenciós csoport történetét, Róma égését, ördögöket, angyalokat, Lilitet és Jessica halálát. Álmodja e ez Gordont? Túlni a Vettiusnak szólít, egyszerűen képtelen vagyok leszoktatni róla, válaszolta a férfi. Haragszom emiatt, no de rá, nem igaz? Mit keresek ebben a házban, hol vannak a társaim? kérdezte Kervin. Túlja átsétált Vettius oldalára, a férfi vállára tette karcsú kezét. – Halszanak! – szólalt meg végül a lány angolul. Kervin az elmúlt órák alatt olyan mértékű lelki megrázkodtatáson ment keresztül, hogy egyszerűen nem tudott logikusan gondolkodni, még mindig nem kezdett gyanakodni, egyetlen épp ötlete támadt. – Maguk akciócsoportosok? Julia és Vettius összemosolyogtak. Mit gondol, hány éves vagyok, Mr. Kervin? Váltott angol nyelvre a lábát áztató fiatalember. Tizennyolc, tizenkilenc, válaszolta mérgesen a férfi. Szeretett volna minél előbb körbenézni a kihaltnak látszó házban, a síri egyre inkább nyomasztotta. Ha vannak túlélők, akkor miért nincsenek az átriumban, ha együtt hagyták el a pandemóniumot Tesszel, valószínűleg így történt, akkor hol lehet a lány? Egyáltalán, hogy került ide Maró házába? Tizennyolc, tizenkilenc, ismételte a férfi. Nem tudom. Egy millió évet tévedett! Skervin végre megértette. Elvette a kezét a kardja markolatáról, tédre ereszkedett, Fejét bűnbánó módon lehajtotta, mint akinek a megtestesült numinózum előtt kell lemesztelenítenie a lelkét. A nevem Gábriel. Kervinnek nem kellett felütnie egyetlen lexikont sem, hogy tudja, az egyik legnagyobb hatalmú kerub színe előtt térdel. Kérdések tüntető menete vonult át az átriumon, Kervin szédülni kezdett. Hol van Tesz? Mi történt a többiekkel? Kérdezhetek tőled, Gábriel? Már kérdeztél, a válaszokat megadja Szenoi, nekem mennem kell, de jó volt téged látni, ember. Felnézhetsz, csicserekte Tullia. Kervin engedelmeskedett. Gábriel eltűnt, csak a lányát az implúvium mellett. Oda sétált Kervinhez, karját nyújtotta neki. Jár velem! A férfi annyira megdöbbent, hogy mire átgondolhatta volna, mit is csinál, már meg is tette, belékarolt az angyalba, aki kivezette az átriumból az árnyékba borult oszlopcsarnokba. Láthatatlan madarak vidám trillái hallatszottak a perisztilium bokrai közül, vakítóan csillant a szökőkutak vizében csobogó napsugár, a házkertje olyan békebeli hangulatot árasztott, mint egy pompei falfestmény. Kervin az órájára pillantott. Déli 12 volt, Róma előkelőségei most ülnek oda a prandiumhoz. Szenói nem szólt hozzá, Kervin hálás volt ezért. Végre összeszedte magát, rendszerezte csapongó gondolatait. Mi történt? Arra tisztán emlékezett, hogy ott állt a parton Jessica holteste mellett, vakító fényfal közeledett feléjük, amely szinte átsugározta őket, aztán magához tért az átriumban. Egyáltalán mennyi idő telt el, hogy alászálltak a pandemóniumba. Újra megnézte az óráját. Más nap volt. Egy teljes napig voltam eszméletlen. Még nem ért véget a meglepetések sorozata, Szenói kedvesen kényszerítette Kervint, hogy leüljön vele egy kőpadra. A férfi bénultan engedelmeskedett, reménykedett benne, hogy minden kérdésére megkapja a választ. Mi történt a többiekkel? Mindannyian meghaltak? Az angyal nem kínoszta tovább, s bűbájosan csicsergő leány hangján végre beszélni kezdett, Kervin döbbenten hallgatta. Az ember meg tudja váltani önmagát, kinek sikerül, kinek nem, de így van rendjén, s csak bennünk bízni botorság, mi önzetlenül semmit sem teszünk. Sűrűn mondogatjuk, hogy számon kérik a mozdulataidat, valójában cselekvésről beszélünk. Ha pusztán gondolati úton megfogalmazódó akarat kevés, nem visz a fény felé, legfeljebb megvilágítja az utat? Egyszer majd folytatjuk ezt a beszélgetést, én készülök erre. Sokáig kell majd várnom, de ígérem, hogy folytatni fogjuk. Kérdez? A megváltás a jutalom, tudakolta Kervin. Kinek mi a jutalom? Kinek mi a megváltás? Vannak, akiknek egy szeletkenyér jelenti a megváltást, akár jutalomból kapják, akár nem. Kérdez még, szeretem, ha kérdezel, ilyenkor mindig tanítasz. Van élet a halálon túl? Néha a halál előtt sincs, ismerek ilyen embereket. Nem válaszolsz a kérdésemre. Tehát erre csak te válaszolhatsz, mosolygott Szenói. Kinyújtotta a mutatóját, amire ráröppent egy fantasztikus színekben pompázó pillangó. Szenói gyengéden ráfújt, a szép itt bent, és eltűnt a píniák között. Kervin tudta, mi a válasz. Mi történt a társaimmal? Kérdezted, hogy kérdezhetsz? Úgy szeretnélek tanítani. Szenói felkacagott, de csak egy röpke pillanatig tartott, hirtelen különös dolgokról kezdett beszélni. Amikor kilépek ebből a testből, a lány élni fog. Nem fog emlékezni semmire, s megrémül majd, amikor Rómában találja magát, de garantálom, hogy boldog lesz, ezen munkálkodni fogok. Annyi minden más mellett ezen is. Ott kezdődött a baj, hogy rosszul kapcsolódtunk össze. Amikor életre keltettem a testét, Egyben a tudatát visszarántottam a tükörszférából, s most összekeveredtünk, mint dudás a fuvolással. Gábriel szerint már túlságosan kedvelem az embereket. Szenói elhallgatott, Kervin nem mert egy újabb kérdéssel megzavarni. Svalóban, valóban. Az angyal kis vártatva megtörte a csendet. Lilit soha többé nem tér vissza erre a létsíkra, s ezt nektek köszönhetjük, jövőből jött emberek, Hatalmas áldozatokat hoztatok önmagatokért. Elmondom neked, mi történt. Négy halandó maradt életben azok közül, akiket a lépcsőn ért támadás. A férfi, aki lejött utána Drómába, a férfi, akivel először találkoztam Pompeiben, a férfi, aki meg akarta ölni teszt, és a nő, akire kicsit haragszom, mert felelőtlenül bánik az energiákkal. Egyszer megbánja, vagy ki tudja. Parancsolt a szenói Tulliának, hogy vonja meg a vállát, a lány mit tehetett mást, engedelmeskedett. Henz, Mark, Holecska és Helena. Helena él. Hol van Helena? firtatta Kervin. Simonnál, hangzott a válasz. Annak a nőnek rengeteget köszönhetünk, a századom orvosi ellátására lenne szüksége. Simon gyógyítja, felelte az angyal. Simon egy kókler, vetette közbe az ezredes. És én is gyógyítom. Köszönjük, sóhajtotta Kervin. Szenoi anélkül folytatta, hogy erre kérni kellett volna. A palládium elszállt az időben, és elvitte ezeket a férfiakat, de most beszéljünk azokról, akik visszatértek Tess Gordonhoz. Kervin szorította a kezét, hogy leplezze, mennyire eluralkodott rajta a remegés. Harcművész lévén magas szinten uralkodott az ösztönei fölött, kordában tudta tartani indulatait, de most serben hagyták a képességei. A férfi, aki felrajzolta a keresztet, és a férfi, aki nem akart téged lelőni a cirkusz Maximusban, szintén él, folytatta az angyal. Túlélték a homokvihart, a palládium elszállt velük. Volt egy harmadik utitásuk is, akit megbabonázott Michel, ha ő nincs, akkor palládium sincs. Gallandék élnek, és él Szerrault. Hol van tesz? Kervin nem bírta tovább. Sanoi megcsóválta a fejét, aztán a szemközt engedező veláriumra bökött. Menj be oda! Kervin úgy állt fel, mint egy részeg. Elindult a mozaiklapokkal burkolt kerti úton, de félúton meg kellett állnia, hogy megtámaszkodjon egy szobor márványtalapzatánál. Élete egyetlen értelme várja odabent, akiért pokorra szállt, akinek a hiányától szenvedett 15 hosszú éven át, aki egyetlen módon letagadta előtte a jövőjét, miután megkereste őt Kínában. 23 évesen találkozott vele először, akkor a lány egy évvel volt idősebb, mint most, s abban a kolostorban nem mondott el neki semmit, holott tudta, akkor már tudta, mi fog történni a férfival 15 év múlva Rómában. Most előttük az egész élet, de vajon megbocsátja-e valaha, hogy feláldozta a lányát az angyalok segítségéért? Nem, nem szabad, hogy tudjon róla, ezt a terhet csak én cipelhetem. Kervin összeszedte magát, de mielőtt megtette volna az utolsó pár lépést, Senoi utána szólt. A férfi úgy fordult hátra, mint egy élő halott. Mire legközelebb kijössz a kertbe, már nem leszek itt, de ne feledd, azon munkálkodom, hogy egyszer majd találkozzunk, és folytassuk ezt a beszélgetést. Biztosan tudom, hogy így lesz. Te utazol a jövőben, én viszont alakítani fogom a jövőt. Legalábbis remélem. Most menj, ha szerelmed vár rád, ő majd megérteti veled, hogy miért utoljára ébresztettünk föl. Kervin egy főhajtással búcsúzott az angyaltól. Megérdemli, hogy boldog legyen, gondolta Senoi. A szerelmese várja a függöny mögött, és Gábriel hatalmas műve. Ó, bár csak átérezhetném, amit ő fog érezni, milyen kár, hogy angyalként nincsenek emberi érzelmeim. Szenói megengedte Tulliának, hogy sóhajtozzon. A velárium összecsapódott Kervin széles vállai mögött, de alig múlt el a könnyű anyag rezülése, amikor felharsant a férfi örömkiáltása, amelybe tesz kacagásra vegyült. John Michael Kervin hangosan áldotta az Istent. Hallatszott, hogy Kevin sír, Senoi pedig lehajtotta a fejét. Egy parányi hangját nézett, amint küszködve cipelte önsúlyánál százszor nagyobb terhét. Ez sem kisebb mű, mint Gábrielé. Egy női salú csattogása hallatszott a mozaiklapokon, egyre közeledett. Senoi felnézett, és Jessica Kervinre emelte ragyogó tekintetét. A lány letérdelt, és felé nyújtotta a Masamune katanát. Szenói átvette a fegyvert. Jessica arcán patakzottak a könnyek. Apám csak ezt tudja felajánlani köszönetül. Arra kéri, bocsásson meg neki, de most képtelen kijönni önhöz. Köszönöm, meg fogom őrizni a kardját. Epilógus 2295. február 5. katedrális Az idézetet aranyló betűkkel vésték a falon látható márványtáblába. A szöveg alatt egy közismert nevet lehetett olvasni, Mark Twain. Kervin hitetlen kedve olvasta a feliratot. Annak ismeretében, amit hitt, a bíborosról sok mindenre számított, de erre semmiképp. Kétségtelen, hogy a sátán mellett is szól valami, ő sem egészen fekete. Nincs benne sok fehérség, nem vitatom, de mi talán hófehér báránykák vagyunk? Életében először járt a katedrálisban. Hiába volt az intervenció ezredese, a legendás építményt ő is csak holografikus felvételekről ismerte. De most elérkezett a nagy pillanat, s a kapuk megnyíltak előtte, William Sager a bíboros rendelte magához. Kervin nem kis izgalommal készült a kihallgatásra. Egy percig sem aggasztotta, hogy a meghívás csak neki szól. Hans jelezte, hogy a bíboros négy szem közt akar találkozni vele. Nagyon jól tudta, hogy amivel szembesülni fog, a titok, amit a tudomására hoznak, csak ő rá, és senki másra nem tartozik, Szager csak vele akarja megosztani. Kervin valójában megerősítésre várt, ugyanis tudta, mi a bíboros titka. Egy hatalmas helyiségben várokoztatták. Falain hallatlan műgonddal kiválasztott festmények sorakoztak, a fényes lakkozású arhaikus padlóburkolatot parkettának hívták, méregdrága keleti szőnyegek borították, s ízlésesen elrendezett késő bútorok adták meg a hangulatot, amely kísértetiesen emlékeztetett a 23. század végére. Az intervenciós díszegyenruhát viselő Kervin ellépett a márványlaptól, és körbejárta a helyiséget, a falon surakozó műalkotásokat tanulmányozta. Meglepetten torpant meg Leonardo da Vinci monalizája előtt, mindez idáig úgy tudta, hogy a festmény megsemmisült 2098-ban, amikor a párizsi Louvre porig égett a kompjútervezérlésű tűzvédelmi rendszer hibája miatt. Ezek szerint a katedrális kimentette az utolsó pillanatban. Feltételezésem szerint felismered a festményt? kérdezte egy férfi hang Kervin háta mögött. Az ezredes mosolyogva fordult meg, és aranyzsinórozású sapkájához emelte jobb kezét, szerivel a világ ura, William Sager állt előtte. Az alacsony termetű, már-már törpének látszó férfi koppantott a botjával. Hihetetlenül öregnek, valóságos aggastyánnak látszott, Kervin legkevesebb 120 esztendősnek nézte. Eszébe jutott a Gábriellel történő találkozása, akkor egy millió évet tévedett a kor meghatározásban. most vajon mennyit téved? Természetesen, excellenciás uram! Szager egyedül volt, Vörös palástos, kámzsás droid testőrei odakint várakoztak a hatalmas kétszárnyú ajtó túloldalán. Persze, hogy testőrök nélkül jön, tulajdonképpen sohasem volt szüksége védelemre, ez csupán álca, amolyan teatrális félrevezetés, hogy ne kezdjünk gyanakodni idő előtt. Szagera botjára támaszkodva odabiceget Kervinhez, megállt a Monaliza előtt, botjával megkopogtatta a festmény keretét. Ha művészet történészek és az úgynevezett esztéták szerint valójában egy közepes festmény, holott még a bunkók is felismerik. Na hallod, a népszerűség nem mindig minőségi kategória. Ez év január 11-én is itt álltam előtte, amikor Hens jelentette, hogy Tess Gordon ezekben az órákban száll alá a hologramok birodalmába, ahol majd megkapja a kiképzését. Megmondom őszintén, akkor csak reménykedtem benne, hogy 25 nap múlva majd veled állok egy csodálatos műalkotás előtt, holott utazom az időben, de nem tudhatom, miféle meglepetéseket tartogat. Látod, ezt még én sem tudhatom. Csak annyit tudtam, hogy 64. július 14-én az utolsó intervenciós is elhagyja az ókort, de hogy odafönt mi történik, egészen eddig a pillanatig homályban maradt. Kervin türelmetlennek látszott az ajkába harapott, elhatározta, hogy elébe megy a dolognak, egyszerűen nem bírt tovább várni, szomjazta az igazságot, mint egy sivatagi vándor az oázis vizét. – Hogy szólíthatom? Klaudiának, Léviának, Tulliának? Esetleg ragaszkodik a szenói névhez? – ha, Mikor jöttél rá? – nevetett szenói. Nem válaszolta meg a kérdést. Abban a pillanatban tudtam, hogy ön lesz a Bíboros, amikor azt mondta, hogy alakítani fogom a jövőt. Most is fülemben cseng ez a mondat, mintha ma történt volna, valójában 72 órája történt, alig három napja érkeztem vissza. Gondolom, ön valamivel többet várt arra, hogy felidézhesse az akkor történteket? Csekély 2231 évet. Rengeteg kérdésem lenne. Megválaszolja azokat? Mit gondolsz? Miért hívattalak ide? Szenói az öblös fotelok felé bökött a botjával. Foglalj helyet, John! Hosszan fogunk beszélgetni! Kervin és az embertestbe költözött angyal helyet foglaltak. Libériás lakáj lépett be egy hangtalanul feltáruló oldalajtón, a kezében tartott ezüst tácán egyensúlyozott kristálykancsóból vörös töltött a üveg üvegpoharakba, ezt követően ugyanolyan némán távozott. A bor 1761-ből származik jegyezte meg Szenoi. Kóstold meg! Az évjárat kiemelkedően jó volt! Szerette azt a kort? Tudakolta Kervin. Ó, én mindegyik kort szerettem. Ezért ne hozzavarba azzal a kérdéssel, hogy melyiket szerette a legjobban, mert csak nagy nehézségek árán tudnék őszinte válaszsal szolgálni. De tudod mit? Imádtam a francia felvilágosodást Voltaire, Diderot és az enciklopédisták korát. Jean-Jacques Rousseau Vissza a természetbe! Nem rossz, nem rossz, vagy ott van a lametri aki írt egy roppant figyelemreméltó könyvet La címmel, amelyben azt bizonygatja, hogy az emberek tulajdonképpen biorobotok. La Metri már materialista volt, meglehetősen sokat kellett várni egy némely görög bölcselő óta, míg végre újjászületett ez a szellemfilozófiai irányzat. Nagyon tetszett a könyv, ha még nem olvastad volna, akkor föltétlen szakíts rá időt, biztos vagyok benne, hogy tetszeni fog. Miért nézel rám ilyen különös szemekkel? Kervin zavartan tette le a poharat. Ne aragódjon, de egyszerűen nem tudom elhinni, hogy az elmúlt közel 2300 év materialistává tette, elvégre ön Isten angyala. Szenói sokáig hallgatott, aztán teatrális mozdulattal körbemutatott a botjával. Keresd Istent a festményekben, vagy akár a borban, amit kortyolsz, Keresd önmagadban, lásd meg őt a nyomorultak pillantásában, vagy a pillangó röptében, abban ugyanúgy megleled, mint édesanyád ölelő karjai között, vagy szerelmesed mosolyában, a különbség sohasem kézzel tapintható. Egyszer olvastam valahol, hogy Istenhez közel lenni nem más, mint cseresznyét szedni a fáról. Aki ezt írta, beavatott volt, sokkal inkább adeptus, mint egy kvantumfizikus, vagy a jezsuiták generálisa a pápáról nem is beszélve? A keleti tanok, az iszlám, kérdezett közbe Kervin. Minden a Szamengalov és Szanszenoi foglalkozik, huncogott Szenoi. Elárulja végre, hogy tulajdonképpen kik maguk? Szenoi elgondolkodva forgatta a poharát csontos ujjú kezében. Kervin már-már azt hitte, hogy sohasem kap választ a kérdésre, Végül az angyal beszélni kezdett. 500 millió évvel ezelőtt hasonlóak lehettünk az emberekhez. Akkoriban még őshüllők sem uralták ezt a bolygót, csak egy volt a sok ezernyi közül, amelyen adottak voltak a feltételek, hogy megalkossuk művünket. De nem Isten dicsőségére, hanem a magunkére, bögdöste mellét Szanoi. Szuper civilizáció voltunk, a határán álltunk annak, hogy kilépünk a dialektika fogságából, levetjük magunkról az anyagi világ minden terhét, nyűgét, s tiszta szellemi entitásként létezünk tovább. Nem nyelvbotlás, hogy entitást, s nem entitásokat mondok, tudni kollektív tudatként léteztünk, s létezünk mind a mai napig, tehát az a fényjelenség, amit te Szenoynak nevezel, nem tekinthető egy klasszikus individuumnak, inkább perifériális egység, hogy a modernkori nyelvezetet használjam. A dialektikába plántált transzcendes szellem megalkotása, a mű, valójában egy önmegvalósítási folyamat volt, ennek okán született meg Adam Kadmon, az első teremtett ember, akit mentessé akartunk tenni a szexualitástól, miképpen mi is, csak hogy Adam Kadmont hiányézet kezdte gyötörni tökéletesen kapcsolatban állt velünk, egy tejjelmézzel folyó kánaánban élt, mégis társra vágyott, s nőt követelt magának. S megkapta Lilitet? Sajnos. A szupertudat csődöt mondott, már nem tudtuk, mi volt az, hogy nő, nem tudtuk, mi az, hogy férfi. Adam Kadmon keveréklény volt, s nekünk meg kellett alkotnunk a két különböző principiumot, ezért átformáltuk, és Ádám lett belőle, aztán mellé tettünk valakit, aki fellázadt, s elhagyta őt. Később nem tudtuk megfékezni, ekkor szabadult el a földön, Lirit így lett a világ csavargója. A démonok? kérdezte Kervin. Vagy az ő szüleményei, vagy ami anyagi asult rosszabbik énünk. Ez utóbbi, meglehetősen sok főt számláló csoporttal nem találkoztatok az ókori Rómában, Vezetőjük Belzebub nem mutatkozott meg. A kapuk zárva maradtak, hiszen Lilith kudarcot vallott, hála ezért. Kervin töprengve nézett egy szürrealista festményt a szemközti falon. A 23. századi ismeretlen művész korabeli technikákat alkalmazott, vászonra festett, ecsetet használt, elhatárolta magát korának divatos eljárásaitól. A képen egy deltoidot szegeztek egy keresztre, Alul négyszögek sorakoztak, s mindent besugázott a legfelül látható gömb, talán napjelkép, ragyogása. Van Isten? kérdezte az angyaltól Kervin. Föltétlen, hiszünk benne, különben nem alkotnánk monoteista vallásokat, koppantott botjával a katedrális ura. A 20. század egyik legnagyobb elmélete fizikusa Stephen V. Hawking nagyon talpra esett módon fogalmazott ebben a kérdésben, amikor azt írta, továbbra is elképzelhetjük, viszont, hogy létezik olyan szabálygyűjtemény, amely az eredményeket valamely természet fölötti lény számára határozza meg. Na, mit szól hozzá? Hosszú tartós csend telepedett közéjük, talán percek telhettek el így. Szenói egyszer csak áttört a hallgatás falán, Kervin már az első mondatok után sejtette, hogy egy hosszabb monológ következik. Gábriel ötlete volt, hogy maradjak a földön, és alkossam meg az időutazást, mert ismerve az emberi tudat erősen korlátozott képességeit, tisztában voltunk vele, hogy mentálisan erre nem lesztek képesek legalább százezer évig, viszont a via Appian történt találkozásunk óta tudtam, hogy ti a 23. századból jöttök, ami alig valamivel több mint kétezer esztendő múlva fog elkövetkezni olvastam az agyadban John, és csodálkoztam, szinte beleborzongtam abba, amit ott láttam, az emberiség töretlenül halad előre a célja felé, előbb vagy utóbb kibontakoztatja mentális képességeit és egyesül velünk, aztán minden kezdődik előről. Gabriel azt mondja, hogy a ciklusok száma végtelen. De egy valami bizonyos, ezt a hibát, amit a szellem dialektikába plántálásánál elkövettünk, újra nem fogjuk elkövetni, a következő emberiség már másmilyen lesz. Talán fotoszintézissel vesztek magatokhoz energiát, talán a víz alatt fogtok élni, vagy akkorák lesztek, mint egy vírus, nem tudhatjuk előre. Mint mondtam, nem ismerem a jövőt. Amikor az ókorban tudatosult bennem, hogy ti kétezer év múlva képesek lesztek az időutazásra, akkor azonnal világossá vált, hogy ezt csak technológia révén érhetitek el. Előzetes kalkulálásaink szerint ehhez legkevesebb 3000 évre lenne szükségetek, vagyis nem valósulhat meg a 30. század előtt, mert az ember neurális evolúcióját tudatosan lelassítottuk azáltal, hogy rasszikusan csökkentettük az elme kihasználhatóságát, ez százalékokban jól kifejezhető. Ha csökkentésre év a bukása miatt került sor, Azóta az agyatok eredeti képességeinek maximum 20-25 át használja ki? Érdekes helyzet alakult ki, hiszen tudtam, hogy nem hazudsz nekem, amiből viszont azt a logikus következtetést lehetett levonni, hogy valaki még a 24. század előtt megalkotja az időutazás technológiáját, és ez a valaki nem ember. Mindezt elmondtam Gábrielnek, aki úgy határozott, hogy a földön kell maradnom, hogy hathatósan jelen legyek azokban a pillanatokban, amikor a nagy elmék születnek, hogy alkalmanként súgjak nekik, sőt, nem egy esetben belé kell költöznöm olyan gyermekek testébe, akiket kiemelkedő képességűnek vélek, s évtizedeken keresztül bennük tartózkodom, mert inspirálnom kell őket. Pompei és Klaudia óta nagyon sokat tanultam, s mint mondtam neked, amikor Tulliába léptem, már-már összekeveredett bennem az emberi és az angyali személyiség, s ez a tanulási folyamat lineárisan vezetett odáig, hogy fokozatosan tudtam öregíteni a hordozó testemet, ergo az emberiség történetében nem egy olyan híres tudós volt, aki megszületett, alkotott, megöregedett, meghalt, holott mindegyikük én voltam. Megkímélek attól, hogy felsoroljam ezeket a neveket. Kérdezhetnéd, hogy miért kellett ebbe a formába terelnem a matematikai, fizikai világképet, ismeretanyagot abba az irányba, amelynek végén ott áll az a személyiség, aki mellesleg egy New Yorkban élt, senki által nem ismert, szerencsétlen törpetestét hordozza. Nagyon egyszerű a magyarázat. Hozzátok képest mi, szuperintelligensek vagyunk, mégsem tudunk utazni az időben, és civilizációnk túljutott azon a ponton, hogy megalkossa a technológiát. Már túl értelmesek vagyunk. John, ti a 20. században el sem tudtátok képzelni, hogyan, mi módon építették a piramisokat, mi módon rajzoltak meg precíziós térképeket a prehisztorikus korokban, amikor ehhez minimum műhold technika kell, miképpen tudtak aranyat csinálni egyes alkimisták, ha nem rendelkeztek materializátorral. A végtelenségig folytathatnám, de nem teszem, mert az idők végezetéig nem érnék a végére. Nos, azért nem tudtátok elképzelni, mert magaslati perspektívából szemléltétek az emberiség múltját, ráadásul túlléptetek egy bizonyos tudás szinten, de beszélhetünk tudás minőségről is. Például egy egyiptomi pap semmivel sem volt okosabb, mint mondjuk Roger Bacon, csak másképpen volt okosabb, s tudott piramist építeni. És az őzők népe ugyanúgy felejt. Ha hiszed, ha nem, az én népem körülbelül egy millió évvel ezelőtt már nem tudta, hogyan lehetne megalkotni az időutazást, mint ahogy elfelejtette az eredeti szellemhordozó anyagi struktúrát is. Ti ezért lettetek olyanok, amilyenek két kéz, két láb, két szem, tíz új, s ki tudja, mi milyenek voltunk, s elfelejtette a szexualitás bibellétét, ezért lett lít az első nő. Tehát mi is felejtettünk, így az időutazás technológiájának megalkotásához fel kellett használnunk az emberi elmét, a jó alanyokkal oda-vissza segítettük, inspiráltuk egymást, s lett haladás, lett fejlődés. Többek között ezért voltam Newton, miáltal sikerült reformálnom az akkori fizikai világképet. Na tessék, most kikotyogtam, hogy én voltam Newton. Ah, öregszem! Miért nézel így rám, fiam? Energia egyenlő, tömegszorozva a fénysebesség nézetével? Emlékszem, legyintett Szenoi. Haznap nagyon szép idő volt, egész délelőtt sétáltam. Jó kis test volt, tudott hegedülni. A fenti párbeszéd utalás Albert Einsteinre, a relativitás elmélet megalkotójára. Szóval a 23. század elejére eljutottam a modáig, hogy az általam generált agyak kollektív ismeretanyagait felhasználva megalkossam az elméletet és létrehozzam a technológiát. Kerestem egy testet, ez lett William Sager, és létrehoztam a katedrálist. Ettől a ponttól kezdve ismered a történetet. És mi a történetünk? kérdezte Kervin. Csodálatosnak találta a szenói rövid, ám annál meghökkentőbb tudomány történeti vázlatát. Az angyal kikotyogott egy-két igazságot, mindettől függetlenül meghagyta számára annak a lehetőségét, hogy rengeteget töprengjen a hallottakon. Bizonyos kérdésekre nem kapott válaszokat, Sejtette, hogy soha nem is fog, de cseppet sem bánta a dolgot. Szenói elbeszélése attól vált varázslatossá, hogy nem erőlteti rá a konklúziókat egyetlen hallgatójára sem. A ti történetek? Gondolj bele, John, valójában mindez azért történt, mert a ti érkezésetek determinált engem, egyszerűen előre tudtam, hogy mit kell majd csinálnom, ha azt is mondhatnám, hogy a második intervenciós csoport felelős az egész világtörténelemért. Miután bíboros lettem, és mindenről tudtam, ami az elmétek mélyén lapult, csak annyi volt a dolgom, hogy összeszedjelek benneteket. Franz Gallandot, Michel Morelt, Henzet, Szergét, Jaktát, no és persze Teszt, Mark Wilsonról nem is beszélve. Mindenkinek ott bábáskodtam a születésénél, figyelemmel követtem élete alakulását, ahol kellett, ott belepiszkáltam az események alakulásába, végül is eljutottunk 2294. decemberéig, amikor összehoztam Teszt és az újságírót. Ennek a történetnek minden egyes szereplőjét én irányítottam, tereltem abba az irányba, ami elvezetett egészen idáig, hogy itt ülünk egy szobában, és filozofálgatunk az élet értelmén, kedves John! Hatalmas munka lehetett jegyezte meg Kervin. Inkább szórakoztató volt. Kervinnek eszébe jutott egy fontos momentum, Tesz családjának lemészárlása. Rákérdezett. A lány természetesen én mentettem meg, felelte az angyal. Ezt elmondhatom neki? Tudakolta Kervin. Mindent elmondhatsz neki, de a lányodnak, jessica csak akkor számolhatsz be a teljes igazságról, Miután visszatér hozzátok a 24. századba. Hosszú és fáradtság teljes munka vár rátok, mert fel kellőtt készítenetek a nagy utazásra. Nem ismerem a jövőt, de biztos vagyok benne, hogy nem egy nehéz pillanatotok lesz emiatt teszel. Kervin elgondolkodva nézte a szőnyeg mintázatát. Hát igen. Örökké hálás vagyok önnek, amiért feltámasztotta a lányomat. A szenoi hordozó testeként funkcionáló aggasztán úgy emelte fel a kezét, mintha fegyverrel fenyegetnék. mosolygott. Gábriel volt. Sokáig hallgattak. Kervin elmerült a gondolataiban, szenoi nem zavarta meg ebben. Az ezredes felnézett. Tess, Michel, Serrault, nem zavarta, hogy paráználkodtak? Gondolom, nehezen viselte, hiszen önök gyűlölik a bűnt. Légy szíves, definiáld a bűnt, koppantotta botjával Szenoi. Elfordulás Istentől, válaszolta a férfi. Vagy inkább kifordulás önmagunkból. John, harminc ezer éve figyellek benneteket, és úgy gondolom, hogy az emberiség, s annak individuális alkotó eleme maga az ember, Kortól, skoroktól függetlenül tart valahonnan valamerre. Fejlődik a tudományban, bővül a megszerzett ismeretanyag mélysége, de ne menjünk nagyon a dolgok mélyére, kvázi az emberi tudat egy expanzív lehetőségeket hordozó alkotás, ám tudomásul kell venni, hogy az emberi személyiség egyes momentumaiban statikus, szinte fejlődésképtelen. Korról korra haladva egy pillanatig sem hihetjük azt, hogy a neurális evolúció következtében ugyanúgy fejlődik moráletikailag. Azt mondod, a bűn nem más, mint Istentől való elfordulás. Valószínűleg igazad van, de gondolj arra, hogy Isten akkor is lát, ha hátat fordítasz neki, s megbocsát, cinikus módon azt is mondhatnánk, hogy mindezt azért teszi, mert ez a dolga. Isten a szeretet fénye, s az ember ebben a ragyogásban állva árnyékot vet, magyarán ott hordozza magában a bűn lehetőségét. Minden ember John. S minél erősebb a ragyogás, annál nagyobb kontúrja van az árnyéknak. Azért olvashatod azt a feliratot a márvány táblán, mert számomra tökéletesen kifejezi, hogy jót s rosszat valójában nem lehet egymástól jól elkülönítve, mint egy eszenciálisan értelmezni. A sátán sem teljesen rossz, és Lilith sem volt az. Szent Ágoston valami olyat mondott, hogy minél közelebb van hozzád az Isten, annál közelebb van hozzád a sátán. Pontosan nem így mondtam, de a lényeget sikerült visszaadnod. Szeretnék visszatérni egy kicsit Rómára és a történtekre, gondolom az oldaladat furdalja a kíváncsiság, hogy mi történt azokkal, akikkel odalent találkoztál. Nos, évekig maradtam Tulli a testében, amikor kiléptem belőle, a lány életben maradt, de töröltem az emlékezetét, mert nem akartam, hogy elszomorodjon Vettius miatt, Gábriel távoztával a fiú nem maradt életben. A lány hosszú, boldog életet élt meg, amit mindvégig figyelemmel követtem, azt kell, hogy mondjam, nagyon szerettem őt. Szép Helena felépült Simon mágus praktikái révén, de én is pátyolgattam. Töröltem az ő emlékezetét is, tehát ne számítsatok arra, hogy egyszer meglátogat benneteket a jövőből, hiszen semmire sem emlékszik. Koháriék lejöttek érte 67-ben, s visszatért a saját korába. Visszatérted után nem találkozhatál jaktával, akit újra Borneóra küldtem, s egészen addig ott is marad, amíg hez nem veszi át a katedrális vezetését. Mellesleg gratulálok, úgy hallottam, hogy felajánlotta neked az igazgató helyettesi posztot. Elfogadod? Kértem 72 óra gondolkodási időt. No, és milyen döntést fogsz hozni? Még nem járt le a 72 óra, excellenciás uram, nevetett Kervin. Szenoi a botjával, tetszett neki a válasz. Folytatta az előbbi gondolatsort. Feltételezem, hogy érdekel, mi történt Anguisszal. Gábriel nem pusztította el, s a kígyó hatalmas vagyonra tett szert a 18. tűzvészt követő újjáépítés során. Aztán évekkel később eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. Egyszerűen köddé vált. Az a férfi nem mindennapi intelligencia szinten rendelkezett. Ha a modern korban él, valószínűleg felhozzuk a Lawrence program keretén belül, jegyezte meg Kervin. Meg lett volna rá minden esélye, felelte az angyal. Mi lett a pandemónium sorsa? kérdezte az ezredes. Már zajlik egy 36 fős különleges csoport felkészítése, akik április 19-én indulnak 64 július 14-ére, hogy előkészítsék a nagy római tűzvészt és eltüntessék Lilit nyomait. Ők fogják begyűjteni az odalent maradt élesítetlen atomtöltetet, amit elfelejtettél kihozni. Bocsánat! Spondját rá, legyintett Senoi, és felvett egy ezüst csengőt az asztalról. Megrázta, kinyílt az ajtó, és belépett a lakály, aki hozott valamit a kezében. Kervinnek hatalmasat dobbant a szíve, amikor meglátta a Masamune katanát. Szenoi 2231 éven keresztül megőrizte a kardot, s valóban nem hazudott Henznek, amikor azt mondta, hogy a penge több mint 2000 éves. A bíboros minden állítása beigazolódott. Kervin kardját valóban a férfi még meg nem született kislányától kapta, azt persze senki sem tudhatta előre, hogy mindez az ókorban fog történni. Szenói akkor átvette a kardot. Aztán felállt, és három nap múltával, 2231 év elteltével visszaadta a meghatódott Kervinnek. Köszönöm, John! Mindketten visszaültek. Az ezredes kihúzta a pengét, a kristálycsillárból áradó fény vakítóan csillant az acélon. Helén a varázsrunái ott látszottak megkopatlanul a markolat fölött. Kervin hasonlóképpen megköszönt mindent. Mindent megköszönt. Senoi váratlan kérdés szegezett neki. Mikor viszed ezt Kínába? Most hat pihenjen egy kicsit. Jessica velünk marad egy-két hetet, aztán visszatér a saját korába, a kisé megöregedett szüleihez, nevetett Kervin. Ezt követően megkezdem tesz felkészítését, és lehet, hogy még az idén átviszem. Pontosan egy évet lesz odalent, így tudom, közel 16 éve. Tudja, hogy találkoztok odalent? Igen, és nagyon ideges. Hallotta a saját hangját Kervin. Közben azon töprengett, hogy Szenoinak miért van szüksége arra, hogy kérdéseket tegyen fel, ha úgyis mindent tud és olvas az ember gondolataiban. Lehet, hogy kontrollál. Ez természetes reakció, bólogatott Szenoi. Azzal is tisztában van, hogy milyen körülmények között? Ez legyen számára meglepetés. Magyarázd el neki, hogy nem beszélhet semmit a jövődről, Rómáról, rólam, és arról a korról sem, amelyből érkezett. Amit csináltok, lényegében szabályellenes, de természetesen engedélyezem, mert így kell lennie. Akkoriban tudtad, hogy ez a nő a jövőből jött? Sejtettem. Ó, igen, ha megsejtések, merenged Szenoi. Kervinnek olyan benyomása támadt, hogy a lény szeretne véget vetni a beszélgetésnek, holott kérdések tömkelegére nem adta meg a válaszokat. Az ezredes azon morfondírozott, hogy lenne -e értelme további színvallásra kényszeríteni az angyalt, végül arra az elhatározásra jutott, hogy nem próbálja ráerőltetni az akaratát, Sejtette, hogy meddő próbálkozás lenne. Szenói talán megérzett valamit, mert hamiskás mosolyjal nézett az ezredesre. Egyszer Henznek felajánlottam, hogy feltehet nekem három kérdést, imádom ezt a játékot, sokat elárul az emberről. Játszunk, John? Tanulni akar? kérdezett vissza Kervin. Sohasem késő, John, sohasem késő. Miért adját Henznek a katedrális vezetését? Kervin élve a helyzet adta lehetőségekkel, azonnal Szenoynak szegezte az első kérdést. Mert a munka elvégeztetett, válaszolta az angyal. Az odüsszei akció végeztével átadom a hatalmat nektek, embereknek, hogy irányítsátok a sorsotokat, tartsátok kézben a történelmet, s tanuljatok a hibáitokból. Különbséget tenni múlt, jelen és jövő között, illúzió, ám makacsul tartja magát, írta egyszer valaki, hát ennek szellemében tessék felépíteni a jövőt, ehhez nem tudok mit hozzáfűzni. Legyetek termékenyek! Elhagyja a bolygónkat? firtatta a férfi. Igen, felelte Szenói. És soha többé ne... Vigyázz, jól meggondoltad az utolsó kérdést? Kervin tűnődve nézte az angyalt. Hensztől kértem 72 óra gondolkodási időt, öntől csak 10 percet kérek, s utána felteszem az utolsó kérdést. Élhetek ezzel a lehetőséggel, excellenciás uram? Ó, hogy ne! Mellesleg szurkolok Mark Vizzonnak, hogy Hensz kellő engedményeket tegyen, és az újságíró megírhassa a könyvét, szerintem abban sok kérdésedre megtalálod a választ, csak tanulj meg helyesen olvasni, fiam! Ha valakit fejbe kólintunk egy könyvvel, és zajt hallunk, nem biztos, hogy a könyv kong. Így volt ez mindig. Tudom, mert láttam. Például csodálom a Bibliát, tökéletes könyv, hiszen az íróit mi inspiráltuk. Mégis ezreket láttam meghalni érte azon a mágián, amit belőle hortak össze. Izgalmas éveknek nézünk elébe. – Semmi kétség. Velem ebédelsz? – kérdezte váratlanul Szanói. Közben rengeteg dolgot megbeszélhetünk még. Aztán felteheted a legutolsó kérdést. – Ön szokott magához venni szilárd táplálékot? – hökkent meg a férfi. – Csak a hangulata miatt. Mint említettem, nagyon emberi lettem az elmúlt évezredek alatt. Képzeld, még áramkodni is szoktam. Ha jól emlékszem... 1848-ban ejtettem ki először a segg amikor megjelent a kommunista kiáltvány. Felálltak az asztaltól. Az angyal belékarolt a kardját szorongató kervinbe, s együtt indultak a szemközti ajtó felé. Tartogatok számodra egy nem mindennapi meglepetést, hármasban fogunk ebédelni, mondta Szenoi. Meghívtam asztalunkhoz a legjobb ókorszakértőmet, biztos vagyok benne, hogy élvezni fogod a társaságát. Öt éve dolgozik nekem, eddig nem sokan találkoztak vele, a társadalomtól teljesen elszigetelve ebben az épületben éli az életét. Vincent snake hívják, és egy született zseni. Miért él izolációban? Mert nem a 23. században született. Az ajtó feltárult, és beléptek egy fényesen kivilágított ebédlőbe. Nyílt a szemközti ajtó, és belépett rajta egy magas, erőteljes testalkatú, szakállas férfi. Mérek drága gúj Laurent öltönyt, hernyós jeminget és 5000 dolláros krokodilbőrből vart cipőt hordott, Kervin jó negyvenesnek nézte. – Nem ismered meg? – kuncogott Senoi. Kervin megrázta a fejét, sohasem látta ezt az embert. Nem, honnan kellene ismernem, ha izolálták? A férfi mosolyogva közeledett. Megállt előttük, lekapta foncsorozott szemüvegét, és kezet nyújtott Kervinnek. Hello, tribunus! 2295. február 5. Nevada, a katedrális indító bázisa. 2295. január 23. Párizs, Európai Unió. Amikor Mark Wieson visszatért a saját századába, legelőször kért egy pohár viszkit, aztán egy holofont, hogy felhívja Párizsban Mona Hardingot. Rettenetesen ideges volt egy ügynök állt mellette, akinek az volt a feladata, hogy azonnal bontsa a vonalat, ha a férfinne talán valami hülyeséget próbálna mondani. Markot figyelmeztették, hogy senkinek nem beszélhet arról, még Monának sem, hogy merre járt, mit csinált az elmúlt két hétben. Marknak jó oka volt az idegeskedésre. Január 23-án a hajnali órákban elhagyta a szállodát és beszállt egy taxiba, ami némi túlzással az ókorba repítette, ahol két hónapot töltött. Mivel Fumacsen időgépe a Svelló február 1-én hagyta el a 23. századot, ezért a standard időprobléma miatt Markot nem lehetett kitenni visszafelé jövet a Párizsból történő távozás napján. Azon a hajnalon megkértek Noxot, hogy maradjanak itt pár napig a lányjal, és várják a jelentkezését, talán lesz erre módja. Sajnos nem volt, s most hallatlan izgalommal hívta a szállodát. Nem mert arra gondolni, hogy Bönsz őrült titkára Eliszer a lányon át bosszút. És ha mégis? Istenem, add, hogy ne így legyen. Megtörtént a kapcsolás. Párizsban a délután volt. Mark Wilson beszélek az Amerikai Unióból. Két héttel ezelőtt távoztam a szállodából, és azt szeretném kérdezni, hogy Miss Harding fenntartja-e még a lakosztályunkat. Miss Harding január 24-én kijelentkezett. Tehát már másnap. Pedig mondtam Knoxnak, hogy várjanak egy-két napot. Lehet, hogy Elisztár tényleg elrabolta őket. Pedig mondtam neki, hogy várjon. De hát önnel távozott Mr. Wilson. Az ügynök azonnal bontotta a vonalat. Mark felpattant, de mielőtt ordítani kezdett volna, nyílt az ajtó, és belépett Nikolzon tábornok, az intervenciós alakulatok parancsdoka. Készüljön föl, Mr. Wilson! Újra átmegy az időn! Egy bérelt gravokocsiban ült, és holtra vált arccal pislogott a műszerfal órájára, az elmúlt fél órában nem is számolta, mennyi cigarettát füstölt el. Az óra nem csupán az időt, a dátumot is mutatta: 2295, január 23. Összerezzent a mellette ülő ügynök káromkodására, a férfi hamburgert evett, de nem volt elég óvatos, és a mustár lecsöppent az ingére. Hogy lehetek ilyen ügyetlen? Nem kéri az egyiket, vízon? Mark oda sem bagózott, nem látott, nem hallott az idegeskedéstől. Hajnali három is elmúlt, amikor nyílt a szálloda üvegajtaja, és látta saját magát lejönni a lépcsőn. Látta, amint leint egy robot taxit, beszáll, és a kocsi elindul vele. Kisvártatva egy másik, sötét alakú gravó is elindult, abban ültek Bönsz emberei. Ez egyszerűen hihetetlen. Mark elnyomta a cigarettát. Akkor mit csinált volna, ha kiszállok, és odamegyek saját magamhoz? mert meg akarom akadályozni, hogy beszálljak abba a kurva taxiba. Na, ezt válaszolja meg nagyokos, fordult az ügynökhöz. Visszaemlékezhet rá, hogy akkor senki sem gátolta ebben, tehát nem tudott volna oda menni. Nyilván azért nem, mert ezt megakadályozná valaki. Mondjuk én, válaszolta teliszájjal az ügynök. Ahogy elindult volna saját maga felé, azonnal hátba lövöm. Mielőtt bemenne, várjon egy fél órát. Mondja azt a barátjának, hogy sokat sétált, gondolkodott, végül úgy határozott, hogy nem adja fel magát. Bement egy non-stop áruházba és bevásárolt. Ruhát vett magának, beült a szoláriumba, egyebek. Érti? Nem fogja elhinni. Ez sokkal inkább el fogja hinni, mintha elmondaná neki az igazságot. Tartsa a száját, Vézon! Ne feledje, hogy figyeljük minden lépését. Na, adjon egy hamburgert, mondta Mark, aki cseppet sem titkolta, hogy menten szétveti a méreg. Sajtos jó lesz. Mindegy. Mark búcsúzott, és kipattant a kocsiból, ami egy percet sem várt tovább. Egy pillanattal később már el is tűnt az éjszakai sugárúton, sofőrje olyan gyorsan indított. Mark a szabályozott időjárás ellenére összeborzongott a hajnali hűvösben. Nyakáig rántotta a nevadában kapott bőrdzseki cipzárját, és meghúzódott egy padon. Várt 20-25 percet, közben mindvégig Monára gondolt, közel állt a síráshoz. Amikor eljött az idő, vett egy nagy levegőt, és a kiült hamburgerrel a kezében felszaladt a lépcsőn. Az üvegajtó kitárult előtte. A portás odabit szentett neki. Bement a bárba. Jacob Knox bánatosan ült az itala fölött. Meglepetten nézett föl, amikor Mark a könnyeivel küzdködve lehuppant mellé a boxba. Hát mégsem mentél el? sóhajtott Knox. Mark, azonnal tűnjünk el innen! Elkapta a férfi dzsekijének ujját. Mi ez rajtad? Normális vagy! Egy ilyen helyzetben nekiállsz vásárolni? te tényleg nem vagy komplett. Mark óvatosan körülkémlelt, rajtuk kívül nem tartózkodott oda bent senki, csak az ásítozó mixer a pult mögött. Ide figyelj, Jacob, ismerhetsz eléggé, engem nem lehet egy könnyen megfélemlíteni, de nem Bönszről beszélek, hanem a katedrálisról. Most szépen megfogunk egy üveg viszkit, felmegyünk a szobámba, felkeltem a monát, és mindent elmesélek nektek, mert egyszerűen képtelen vagyok magamban tartani bizonyos dolgokat. Előre tudom, hogy nem fogtok hinni nekem. Nyugodj meg, nincs semmi baj, bőnsz már nem jelent veszélyt számunkra. Knox értetlenkedve nézett rá. Mi van? Mit hadovász össze-vissza? Mondom, mindent elmesélek. Az egyik biztonsági őr átjött a félhomályos báron, az, amelyik szétválasztotta őket, amikor összekaptak, elsétált a boxuk mellett, közben rákacsintott Markra. Aztán kérdezett tőle valamit, amit Jacob Knox egyáltalán nem értett. Biztos ön ebben? 1726. Kína. Tai Leung hegység, fehér darú Franz Galland lakonikus arcot vágva ücsörgött a szikla oldalában található bemélyedés alatt, és onnan bámulta a szakadatlanul zuhogó esőt. Egy verset szavalt, Tess és Kervin figyelmesen hallgatták. Nem hittem volna, hogy visszhangra találok, hogy nem néma pusztába kiáltok, hogy titkos álmon megvalhatom, te kátyúkban botorkáló, ég helyett földön járó kisfiú angyal. Berenis Gudal, Angel részlet Tesz megtapsolta, Kervin mosolyogva bólogatott. Ezt nem hittem volna rólad, Franz, engem folyamatos meglepetések érnek, egyszerűen le vagyok nyűgözve, lelkesedett a lány. Az eltelt nyolc hónap alatt nagyon sokszor találkozott a némettel, és határozottan megkedvelte a férfit, aki Mark mellett az egyik legjobb barátja lett. Gerald Serrault beadta a leszerelési kérelmét, csak nagyon ritkán holofonált, alig tudtak róla valamit. Galland nevetett, fogta a botját, és kilépett az esőbe. – Indulok, uram! Ha megadom a jelet, elindulhatnak az ösvényen – mondta Kervinnek. Kisvártatva az eső kötszürke függönye összezárult a kínai parasztok jellegzetes köpenyét viselő alakja mögött. Cornelius Hens, az új bíboros javasolta Kervinnek, hogy vigyen le magával biztosítást az 1726-os Kínába, ahol ezekben az években meglehetősen zavaros volt a helyzet. Az ezredes nem ellenkezett, ő éveket töltött itt, tisztában volt vele, hogy Hensznek igaza van. A Ming dinasztia uralkodásának idején egyre gyakoribbá váltak északon egy lovas nomád nép, a Manzúk támadásai, ami megfékezhetetlenné vált, és a Manzú fejedelem 1644-ben elfoglalta a kínai császári tront, amit 1911-ig sikeresen meg is tartott. Tiltakozásképpen a kínaiak ez idő alatt hordták a jellegzetes szopfjukat, Persze az ellenállás nem csak ebben a szolid formában nyilvánult meg, parasztlázadások és véres felkelések rázkodtatták meg Kínát, és ezekből a szervezkedésekből a Shaolin szerzetesek szintén kivették a részüket. Sőt, mi több, a kolostorok mint egy szellemi bázisokként, kiképzőközpontokként is funkcionáltak az elnyomás évei alatt. A mandzsuk természetesen mindent elkövettek, hogy megtörjék a Shaolin szerzetesek ellenállását, és egy árulás folytán 1723-ban sikerült elpusztítaniuk az ősi északi kolostort. Az életben maradt szerzetesek szétszélettek, és Kiki megalapította a saját küzdő stílusát. Ezek közé tartozott ten Gui Mui apácanő, Kervin egykori mestere, aki Dél-Kínában telepedett le a fehér daru kolostorban. Nem mindennapi képességekkel megáldott nő, majd te is látni fogod, magyarázta számtalanszor Kervin a lánynak. Az ő különleges stílusát engumúi painak hívják, és egy tipikusan női, lágy irányzat, holott a Shaolin suamból származik, de a nyers erő helyett inkább a rugalmasságra és a hajlékonyságra helyezi a hangsúlyt, és ebből a mozgáskultúrából számtalan stílus fog kialakulni. Többek között a Wing Chun? Kotyogott közbe tesz. Többek között. A lány számára Kervin maga volt a megtestesült csoda. A férfi éveket töltött a Shaolinban, Tibetben tanult, Musashi mellett járta a középkori Japánt, és együtt harcolt Yajjujubei Mitsuyoshi-val, minden idők egyik leghíresebb ninjájával. Hihetetlen, morfondírozott magában tesz, akit szabályosan lenyűgözött Kervin tudása. Ha száz évig élnék, akkor sem lennék képes eljutni erre a szintre. Izgatottan várta, hogy teljenek, múljanak a hónapok. Tudta, hogy a fehér daruban találkozni fog a férfival, de hiába kérdezett rá a dologra, Kervin csak titkolódzott, mintha az utolsó pillanatig akarná húzni, halasztani a válaszadást. Teszt nem erőszakoskodott, és várt türelmesen, Kervin megtanította rá, hogy ez az egyik legnagyobb erény. Közeledtek a kolostorhoz. Galland jelezte, hogy a környéken nem járőröznek mancsú lovas csapatok, és a könyörtelen hegyi rablók sem mutatkoznak, a váratlanul érkező ítéletidő minden erdőjárót fedél alá hajtott. Kervin hosszú órákon keresztül vezette teszt a nehezen járható hegyi utakon. Meredek ösvényeken kapaszkodtak fel, völgyekbe ereszkedtek le, mindketten térdig sárosak, csuromvizesek lettek, amikor végre sikerült megközelítenük a kolostort. Mire eljutottak a magasba szökkenő, fenséges látványt nyújtó építmény falaihoz, a lány rettenetesen elfáradt, sajgott minden polcikája. Kervin leültette egy kőre, és hagyta, hogy kifújja magát. Teszt bosszantotta, hogy a férfi még mindig hallgat a lendő történésekről. Szóba hozta a dolgot. Nyolc hónapja várok erre a pillanatra, John. Miért nem mondod el végre, hogy pontosan mi fog történni? Kervin leguggolt mellé, megfogta a kezét. Hosszan nézett azokba a furcsa szemekbe. Én meg egy életet átvártam erre szerelmem. Most figyelj rám! Engmui nem tudja, hogy kik azok a külhontból érkezett emberek, akik alkalmanként megfordulnak nála, és a tanítványai lesznek. Egyszerűen tudomásul veszi a jelenlétüket, és elfogadja azt az anyagi segítséget, amit a kolostornak adunk. Nem lenne szabad kínaiakon kívül mást tanítania de a pénz és a pszichoszonda nagy úr. Erről ne is beszéljünk többet. Ami téged annyira érdekel, és azt a sok zavart és értetlenkedést okozta a kettőnk kapcsolatában odalent az ókorban, pontosan egy évig leszel a fehér daruban, ahol találkozni fogsz majd velem. Én fiatalabb leszek, mint most, és halvány sejtésem sincs arról, hogy egy későbbi önmagam hozott le téged. Ugye tudod, mi a dolgod? Kusolni, bármekkora a kísértés. Mint ahogy én ugyanezt tettem attól a pillanattól kezdve, hogy megláttalak a hologramok birodalmában. Amikor letelik az egy év, érted jövök, és visszaviszlek 2295-be, a karácsonyt már odafönt töltjük. De mikor fogunk találkozni? Mennyi ideig várjak rád idelent? Most augusztus van. Mikor jössz a Kolostorba? Januárban? Februárban? Lehet, hogy csak futólag látjuk egymást? John, a hónapokig kell várnom a találkozásunkra, én Frankon megbolondulok addig. Kervin az iszákjába nyúlt, és átadott a lánynak egy börtokba csúsztatott levékét. Ezt add át Engmuinak. Mindenben engedelmeskedj neki, én már nagyon régóta tudom, hogy nagyszerű tanítvány leszel. A lányt ez érdekelte a legkevésbé, hogy milyen tanítvány lesz. Szavarban leszek, amikor meglátlak. Szerintem a nyakadba borulok, és mindent elmondok neked. Nyugodj meg, nem így lesz. Sőt, rettenetesen fogsz utálni a találkozásunkat követő első napokban. Megvillantak a lány ibolyakék démon szemei. Ez kizártnak tartom. Hogy mondhatsz ilyet? Kervin csak mosolygott. Eng Mui egy alacsony, törékeny csontozatú nőnek látszott, aki alig ért a lány válláig. Tesz egyszerűen nem tudta róla elképzelni, hogy ez a madásszerű teremtés lenne a Wing Chun és a hozzá közel álló stílusok megalkotója. Hüledezve állt a kolostor udvarán. Úgy hallotta, hogy a bejutásra sokszor hetekig kellett várni, a kapuk csak nagyon nehezen nyíltak meg a bekopogó leendő tanítványok előtt, érdekes módon őt egy percig sem várakoztatták. Eng Mui Kervin kínai írt levelét olvasta, közben felfelpillantott a lapszéle fölött, és teszt vizsgálgatta. Tesz nem olvasta a levelet, és nem merte megkérdezni az apátnőt, hogy számoljon be a tartalmáról. Feszengvált a bukáig érő köpenyt viselő, hosszú copfos, meghatározhatatlan korú nő előtt. A kolostor nyomasztóan csendesnek és kihaltnak tűnt, mintha rajtuk kívül egy teremtett lélek sem tartózkodna a falai között. Az életnek egyetlen jele ők ketten és a madarak csicsergése volt. Az eső elállt, átlátszatlan, sűrű köd borult a Taileunk hegységre. A lánynak önkéntelenül eszébe jutott a pandemónium és a tisztátalanság tava. Megborzongott. Engmui felnézett Kervin leveléből, rámosolygott az egyre feszültebb lányra. Tőled sem kérdezem, honnan jöttél? Egy évig maradhatsz, a neved tavaszvirág lesz. Tesznek nagyot dobbant a szíve. Hát ezért szólított így, e. John. Teszt kitűnően felkészítették. Tisztelettudóan fejet hajtott az apátnő előtt, és a megfelelő nyelvjárásban ékes kínai nyelven válaszolt. Nagy örömömre szolgál, hogy tanítványod lehetek, Heng Nem fogsz bennem csalódni, minden tudásommal azon leszek, hogy elnyerjem nehezen megszerezhető bizalmad. Meglátjuk, mondta Eng Előző mestered azt írta nekem, hogy nagyon tehetséges vagy. Szeretném, ha erről bizonyságot tennél, ezért meg kell küzdened az egyik legjobb tanítványommal, akit arra fogok kérni, hogy ne fogja vissza az ütéseit. De te is harcolj teljes erőbedobással, mert csak így láthatom, mire vagy képes. Vállalod a megmérettetést, tavaszvirág. Tesz alába mellé eresztette a zsákját. Kervin figyelmeztette, hogy küzdenie kell, Eng Mui így méri fel a képességeit, tudás szintjét. Cseppet sem félt a megmérettetéstől. A 23. századi Los Angeles utcai bajnoka nem ijedhet meg egy 160 centis, 55 kilós kínaitól, még akkor sem, ha ez egy igazi Shaolin szerzetes. – Hálok elébe, Eng Mui! – feleltetesz. Eng Mui kettőt tapsolt és félreállt. Az apátnő jelzését követően egy fiatal férfi lépett elő a rózsalugasból. Tesz vetett rá egy pillantást, és abban a minutumban szörnyű sejtése támadt, ha élete legjobb teljesítményét fogja nyújtani, akkor is nagyon meg lesz verve. Különben sem tudná megütni a 23 éves John Michael Kervint. 2258. John Michael Kervin születése 2275. Tess Gordon születése. 2280. Kervint 1725-be a Tai Leung hegységben lévő fehér kolostorba küldik, ahová az ott tartózkodása második évében megérkezik Tess Gordon. Kervin és Tess egymásba szeretnek, de a lány semmit sem mond arról, hogy honnan, melyik korból érkezett. A férfi profinak hiszi és sejti, hogy egy későbbi kor szülötte. Tesz egy év után távozik, Kervin úgy hiszi, hogy soha nem látja viszont. 2295. Tess Gordon életében először találkozik John Michael Kervinnel, havain a hologramok birodalmában. Kervin az abszolút amatőrben felismeri régi szerelmét, de nem mondhat el neki semmit, a lány előtt nem fedheti fel a jövőjét. 2295. január 25. A második intervenció a 64-es ókori Rómába indul. 2295. február 2. Visszatérés az ókorból. 2295. október. Kervin a Fehérdarú Kolostorba viszi teszt 1726-ba. 2295. december. Tesz visszatér 1726-ból. 2296. Tesz és Kervin összeházasodnak. 2308. Jessica Kervin születése. 2330. Sheila Joyner, szép helyén a születése. 2331. Jessica a 2294-es Los Angelesbe megy, ahol felveszi Marion személyiségét. Miután megszervezi és Mark rendezúját Burns embereivel, az ókori 64-be utazik, ahol ő lesz Erika. 2353. Sheila Joyner találkozik kohárival. A legutolsó kérdésre mi magunk vagyunk a válasz. Vége. Felolvasta Kukucs 842.